Sziasztok, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! Homérosz művei olyanok, mint a latin nyelv. Nincs rájuk feltétlenül szükséged, de az ismeretük egyfajta presztízs. Az Iliász és az Odüsszeia az egész nyugati irodalom alappillérei. Sztrabón és Plutárkosz, ókori történetírók, illetve jelentős gondolkodók beszámoltak arról, hogy a hódító nagy Sándor Arisztotelész tanácsára mindig tartott magánál egy példányt az Iliászból. Miért? Azért, mert olyan akart lenni, mint Achilleus. Mind az Iliász, mind pedig az Odüsszeia a görög embereknek készültek. Tehát Homérosz érthető okokból nem tartotta fontosnak, hogy az alapokat ismertesse. A görögök már egészen fiatalon kívülről tudták mind a két történetet. Ezen kívül tisztában voltak azzal is, hogy a görög istenek kicsodák, illetve mik a tulajdonságaik. Nyilvánvalóan én nem várom el azt, hogy a görög mitológiát mindenki ismerje. Tehát amikor egy istenről, héroszról vagy halandó hősökről beszélünk, ha az a karakter kiemelkedően fontos, hozzáteszek majd ezt-azt. Mielőtt elkezdjük magát a történetet, mindenképpen el kell mondanom néhány információt, ugyanis feltételezem, hogy érdekel. Az első nagyon lényeges kérdés, miért nevezzük azt éppen úgy? Zeus, a görögök főistene, nagyon kedvelte a nőket. Gyakran megesett, hogy a szenvedélyének lettek maradandó produktumai, és az egyik nem más, mint Dardanos. Dardanosról jelenleg annyit kell tudni, hogy az ő unokáját úgy hívták, hogy Trósz. Trósz a trójaiak egyik legendás hőse, és ő az, aki miatt saját magukat úgy nevezik, hogy Trószok. Trósz a legendás hős egyik fia, bizonyos Ilosz. Történt egyszer, hogy az istenek küldtek neki egy jóslatot. Azt mondták Ilosznak, hogy ha a tehennel lefekszik, azon a helyen alapítson egy várost. Ez meg is történt. A tehén lefeküdt, azonban Ilosz bizonytalan volt. Ekkor Pallas Athéné küldött neki egy szobrot, a Palladiont, és ezzel jelezte, hogy csak ugyan ott alapítson várost. Eképpen történt az, hogy Ilosz megalapította a városát, és maga után elnevezte Ilionnak. Tehát mivel a város neve Ilion, ezért lett a műcíme Iliász, ami azt jelenti, hogy Ilion regéje, ének Ilionról, vagy Ilion története. Amelyik tetszik. Ilosz a város alapítójának és névadójának unokája, maga Priamos, Trója jelenlegi királya. A város másik neve Troé. Ebből származik a Troj, avagy Trója. A következő nagyon lényeges kérdés, amit Homérosz nem kívánt kifejteni, mi volt az oka annak, papíron, hogy a trószok és az akhályok háborúba kezdtek? Az akháj Homérosz elbeszélésében azt jelenti, hogy az egyesült görög sereg. Valójában az akháj az egy ógörög törzs, de most az egyszerűség kedvéért maradjunk Homérosz verziójánál, tehát amikor azt hallott, hogy akhályok, az a görögöket jelenti. Történt egyszer, hogy egy halandó férfi, nevezetes Péleusz és egy el nem múló istennő, bizonyos Tétisz egymásba szerettek. Nekik lesz majd egy közös gyermekük, Achilleusz. Minden úgy ment, ahogyan annak mennie kellett. Majdan Péleusz és Tétisz elhatározták, hogy összeházasodnak. A kettejük esküvője meglehetősen bonyodalmasra sikerült. Ugyanis az istenek tanácskoztak, melynek eredményeképpen Eris, a Viszály istennője nem kapott meghívást. Mivel a Viszály istennője nem kapott meghívást, úgy gondolta, hogy csak azért is oda megy. Készített egy aranyalmát, amire a következőt írta. A legszebb istennőnek. Az aranyalmát bedobta a nász nép közé, és a szerencsétlen Hermész, az istenek hírnöke, megtalálta. Az istennők azon nyomban megparancsolták, hogy válassza ki közülük a legszebbet. Hermész okos volt, tehát azt mondta, hogy a legszebb istennőt ne ő válassza ki, hanem a legszebb férfi. Halandó férfi. Mit ad a sors, a legszebb halandó férfi nem más, mint Priamos király egyik fia, Párisz. Párisz anyját úgy hívták, hogy Hekabé. Hekabénak Párisz megszületése előtt volt egy szörnyű rémálma. Álmában látott egy fáklyát, és azt, hogy Tróját elemésztik a lángok. Tehát, mint egy tisztességes szülő, megfogta az újszülött fiát, és odaadta egy pásztornak, hogy tegye ki a hegyekbe, és hagyja a sorsára.
Azonban az anyjával ellentétben a pásztor jó ember volt, és az apró Páriszt nem hagyta magára. Felnevelte őt, és azután visszaadta a szüleinek. Hekabé ekkor hirtelen megszerette, és mindenki boldog volt. Ami a lényeg, Párisznak három lehetősége volt. Héra, Zeus felesége, Athéné, a bölcsesség istennője, vagy Afrodité, a szerelem és a szépség istennője. Héra azt mondta, hogy mivel ő a leghatalmasabb isten felesége, meg amúgy a testvére is, de az mindegy, magától értetődik, hogy ő a legszebb. Athéné azt mondta, hogy ne a testet vegye figyelembe, hanem a lelket és az észt. Ő maga a megtestesült bölcsesség, tehát magától értetődik, hogy ő a legszebb. Afrodité azt mondta, hogy ne szórakozzunk már, ő a szerelem és a szépség istennője. Teljesen egyértelmű, hogy ő a legszebb. Meg nem mellesleg, ha ő győz, Párisznak nekiadja a legszebb halandó nőt. Párisz meglehetősen nehéz helyzetben volt, de végül is azt mondta, hogy a legszebb istennő nem más, mint Afrodité. A döntésének kettő következménye volt. Az egyik az, hogy Héra és Athéné annyira megharagudtak rá, hogy nem csak az ő, de az egész népének pusztulását kívánták. A másik, hogy Afrodité megtartotta a szavát, és nekiadta a világ legszebb halandó nőjét. A görög istenek elképesztően szerethetők, ugyanis a természet fölötti hatalmukat meg egyebeket leszámítva pontosan olyanok, mint az emberek. Hibáznak, hazudnak, szeretnek, csodálnak, segítenek, pusztítanak, mi egymás. Párisz elkövetkező napjait kétféleképpen lehet elmondani. Az első verzió szerint az volt, hogy türelmetlen lett. Hetek teltek el azóta, hogy Afrodité megtette az ígéretét, és még mindig nem tartotta be. Tehát városból városba járkált, és a világ legszebb nőjét kereste. Ami minket érdekel, az a második verzió. Ennek értelmében az apja Priamos elküldte őt Spártába, amolyan diplomáciai megbízással tárgyalni. Amikor Párisz elérte Spártát, Menelaos királynak éppenséggel dolga akadt. Azt mondta neki, hogy várjon néhány napot, és amikor visszatér, minden tőle telhetőt megtesz, hogy Párisznak segítségére legyen. Nem tudom, hogy a filmet megnézve milyennek képzeled Menelaoszt, de az Iliász alapján egy nagyszerű férfi. Tisztességes, becsületes, bátor, egyebek. Ennek a tisztességes, becsületes, bátor és vendégszerető királynak a felesége nem más, mint szép Helené. Mit ad a sors, amikor Menelaos király elutazott, Párisz ott maradt a házában? Afrodité megjelent, és közölte Párisszal, hogy íme a világ legszebb nője, spártai szép Helené. Igen ám, de Párisznak teljesen jogosan gyanús volt a dolog. Helené férjes asszony volt, tehát ki van zárva, hogy magához vegye. Ekkor megjelenik Athéné, a duzzogó istennő, és mind Párisznak, mind pedig Helenének elveszi a józan eszét, aminek következtében többé egyiküket sem érdekelte, hogy Helené házas volt. Szép Helené erkölcsi mi volta, szerzőtől függően változik. Homérosz azt mondja, hogy ő volt minden baj forrása. A kettejük távozása Spártából meglehetősen rejtélyes. Ugyanis az eredeti történet szerint Párisz elrabolta őt, meg nem mellesleg Menelaosz kincseit is. Egészen biztos lehetsz abban, hogy Priamosz király azon nyomban visszaküldte volna, ha megtudja, hogy a fia elrabolta. Sokkal valószínűbb, hogy önszántából ment el Párisszal, és itt megint csak nem lehet felelősségre vonni, ugyanis Athéné elvette a józan eszüket. Amikor Menelaosz hazatért, mondanom sem kell, nem volt boldog. Felkereste a bátyját, Mükéné hatalmas királyát, akit úgy hívtak Agamemnon. Agamemnon azt mondta, hogy semmi baj, összehívja a görögöket, és visszahozzák Helenét, meg az öccse minden kincsét is. Tehát papíron ez volt a trójai háború kitörésének oka. This is about power, not love. A görög sereget jogosan nevezték soha nem látottnak, ugyanis a flottát alkotó hajók száma 1184. A hajókon tartózkodó katonák száma több mint 70 ezer. A tényleges méret ennek a negyede, nagyjából 300 hajó és durván 15 ezer katona. A trójai sereg valódi létszámát lehetetlen megbecsülni, de Homérosz elmondása szerint több mint 50 ezer harcos. Így esett hát az, hogy 130 ezer katona hadba indult,
meggyilkolni, illetve lemészárolni egymást, és bízom benne, hogy eddig tetszik a történet, hiszen az Iliász még csak most kezdődik. Haragot, istennő Zengd, Péleidész Achilleusét, vészest, mely sok ezer kint szerzett minden akhánynak, mert sok hősnek erős lelkét Hádészra vetette, míg őket magukat zsákmányul a dögmadaraknak és a kutyáknak dobta. Betelt vele Zeus akaratja, attól kezdve, hogy egyszer szétváltak civakodva, Atreidész, seregek fejedelme, s a fényes Achilleusz. A trójai háború az nem Trójánál kezdődik. Először is az történik, hogy az akhályok útközben minden létező várat, várost és templomot kifosztanak. Nagyon lényeges, hogy a fosztogatások során mindenki számára akadt valamilyen hadizsákmány. Előfordult, hogy a hadizsákmány lélegzett. Egyik alkalommal, amikor kifosztották Apollón templomát, foglyul ejtettek egy nőt. Ezt a nőt úgy hívták, hogy Krüszéisz. Krüszéisz apja, Krüszéisz elment a görögökhöz, és könyörgött a hatalmas Agamemnonnak, hogy váltságdíj fejében adja vissza a lányát. Agamemnon a következőt mondta. Hallod, öreg, ne találjalak én a nagyobb lű hajóknál. Most se időz hosszan, később se kerülj ide vissza. Úgy ne legyen, hogy a bot s Isten koszorúja se véd meg. Én a leányt nem adom ki. Előbb-utól éri az akkor messze hazájától, Argoszban, az én palotámban, még a szövőszéken szövöget, s velem ágyamat osztja. Menj hát, föl ne dühíts, hogy egészségben hazatérhess. Agamemnon akkor még nem tudta, de az öreg, akit fenyeget, Apollón egyik papja. Krüszéisz nagyon csalódott volt, és mivel más választása nem maradt, magához, Apollónhoz fordult. Könyörgött neki, hogy büntesse meg a görögöket. Így szólt ő könyörögve, meg is hallgatta Apollón. Jött az Olimposz csúcsairól, haragudva szívében, íját s kétfödelű tegezét hordozva a vállán, és a haragvó válla fölött csörrentek a vesszők minden mozdulatára. Közelgett, mint a sötét éj. Majd a hajóktól messze leült, s röpítette a vesszőt. Rettenetes pengés hangzott, bongott az ezüst éj. Kezdetben csak az összvérekre s a fürge kutyákra lőtte hegyes nyilait, de utána magára a népre, szüntelen és sűrűn tetemek mágiái lobogtak. Apollón haragja 9 teljes napig tombol, majd megjelenik Héra, és azt mondja Achilleusnak, hogy hívjanak össze egy gyűlést, és beszéljék meg, hogy Apollont hogyan tudnák kiengesztelni. A görögök soraiban megtalálható jó néhány jövőbelátó és bölcs ember. Az egyikük Testoridész, nagy tudású férfi, aki annak idején elvezette őket Trójába. A gyűlésen felkeresi Achilleust, és a következőket mondta. Nem fogadalmak bántják őt, és nem hekatombák. Papja miatt haragos, kit semmibe vett Agamemnon, mert a leány ki nem adta, s a díját el se fogadta. Látod, ezért ad a messzelövő kint, s ad ezután is. S addig a csúf dögvészt seregünktől messze nem űzi, míg szerető apjának a szép szemű lányt ki nem adjuk ingyen, díjtalanul, s akkortán megbékítjük esengve. Ha nem lenne elég az, hogy az anyja egy istennő, Achilleusz egyik nevelője, avagy mestere egy kentaur volt, akit úgy hívtak Cheirón. Cheirón megtanította mindenre, fegyverforgatásra, gyógyításra, meg nem mellesleg a bölcs gondolkodásra is. Apró érdekesség, adott Achilleusznak egy lándzsát, ami annyira nehéz volt, hogy azt a görögök közül csak és kizárólag ő volt képes felemelni. Ami a lényeg, Testoridész szavait meghalván, Achilleusz azt javasolja, hogy a megoldás roppant egyszerű. Adják vissza Krüszéisz lányát, és Apollón megbékül. Agamemnon, a görögök nagy királya, habár alapjáraton jó ember, az ő legnagyobb gyengesége a kisebbségi komplexusa. Képtelen elviselni, hogy egy hérosz, egy konkrét görög félisten parancsot adjon neki. Hát csak eredj haza bárkáiddal, s embereiddel, Mürmidónoknak légy ura, én veled úgyse törődöm, és haragottól nem félek, hanem így fenyegetlek. Úgy, ahogyan tőlem Krüszéiszt elveszi Foibosz, őt hát én most bárkámmal, meg az embereimmel elküldöm. Szép Briszéiszt majd úgy veszem én el sátradból, a te zsákmány részed, hogy magad is tudd, mennyire több vagyok én nálad, s hogy utáljon ezentúl más vetekedni velem, s én hozzám mérni személyét. Ahogyan Agamemnon hadizsákmánya volt Krüszéisz, Achilleusz hadizsákmánya volt Briszéisz, viszont ettől több is. Achilleusz szerette őt.
Tehát, Agamemnon visszaadja Krüszéiszt, de Achilleustól elveszi Briseiszt. Achilleus éppen arra készül, hogy Agamemnont ott helyben megöli. De mivel bölcsen gondolkodott, meg nem mellesleg Athéné vigyázott rá, úgy dönt, hogy nem öli meg. Elmegy a Mürmidónok táborába, és sírni kezd. Igen, amúgy itt lényeges, hogy Achilleus, habár az egész világ talán legjobb katonája, az Iliászban többet sír, mint amennyit harcol. Az anyja, Thétisz meglátta, hogy a fia szomorú. Előjön a tengerből, és megkérdezi, hogyan tudná felvidítani. Achilleus kérése roppant egyszerű. Érje el, hogy a görögök tiszteljék őt. Emlékeztesd most odaülve, ragad meg a térdét, tehát hajlandó lesz kedvezni a trójaiaknak, s visszaszorítani minden akályt a hajókhoz, a vízhez. Pusztítsák őket, lakjék jól mind a királlyal, s tudja meg Atreidész is, a Széltiben úr Agamemnon, mit vétett, hogy a legderekabb hőst semmibe vette. Itt szükségeltetik egy kis magyarázat. Achilleust azért nevezik Péleidésznek, mert az apja Péleusz. Agamemnont és Menelaoszt azért nevezik Atreidésznak, mert az apjuk Atreusz. Zeuszt azért nevezik Kronidésznek vagy Kronionnak, mert az apja Kronosz. Előfordulhat olyan is, hogy adott szereplőt a becenevén szólítanak. Például a tehénszemű az Héra, a bagolyszemű vagy Tritogéneja az Athéné, a messzelövő az Apollón. Illetőleg, ha már itt vagyunk, elmondom azt is, hogy a spártaiak miért használták ezt a fordított V betűt. Kérlek szépen, ez egy görög betű. Azt jelenti L, mint lambda. A lambdát tekinthetjük jelképnek, ugyanis a büszkeséget szimbolizálta. Ezen kívül Spártának, magának a városnak a görög neve Lakedaimon. Mivel a város neve Lakedaimon, ezért is használták a lambdát, mint a városuk címerét. Tehát, Achilleus azt kéri, hogy Zeus addig segítse a trójaiakat, amíg a görögöket annyira szétverik, hogy ő marad az egyetlen reményük. Zeus beleegyezik, sőt, rá is bólint, amire Zeus rábólint, az úgy is lesz. És Achilleus parancsba adja a Mürmidónoknak, hogy tegyék le a fegyvert. Időközben Zeus azon gondolkozott, hogyan tudná Achilleust megtisztelni. Azt találta ki, hogy az akhályok vezetőjének küld egy álmot. Az álom felvette egy görög hős alakját, akit úgy hívtak Nestor. Ő rendkívül bölcs, tehát ha mondott valamit, az úgy is volt. Mindemellett nem csak az Iliászban, de még az Odüsszeiában is fontos. Az álom Nestor képében a következőt mondta. Lónevelő, harcban kitűnő Atreus fia, alszol? Végig az éjt a tanácsbeli férfiú át ne aludja, az, kire rá van bízva a nép, kinek oly sok a gondja. Hallgass csak szavamat, Zeusnak vagyok én híradója, tudd meg, a távolból is ügyel rád, szán is erősen. Elrendelte, a fürtös akhályt fegyverbe hivassad, mind az egész sereget, mert most veheted be a trószok széles útú várát, s el ne ragadjon majd a feledés azután, hogy a mézízű álom elenged. Agamemnon bizonytalan volt, tehát kitalálta, hogy a katonákat először próbára teszi. Parancsba adja, hogy vonuljanak vissza. Meglepődött ugyanis a seregének javarésze egyetértett ezzel. A trójai háború 10 évig tartott, maga az Iliász az utolsó 10. év. Na most Agamemnon parancsát figyelemmel kísérték az Olümposzon is. Héra megkérte Athénét, hogy ugyan már menjen le közéjük, és öntsön a szívükbe egy kis bátorságot. Megismerkedünk egy új karakterrel, aki nem más, mint Odüsszeusz. Pallas Athéné lemegy a görögökhöz, belebújik Odüsszeuszba, és az ő hangján a következőt mondta. Atreidész, az akhályok az összes földi halandó színe előtt kívánnak uram szégyenbe keverni, mert hisz nem váltják be, amit te neked megígértek, hogy haza jóbástyás Tróját földulva hajózol. Most meg, akár csak az özvegy nők vagy a kisgyerekek, mind egymásnak sírnak, s kívánják, hogy hazatérjünk. S íme, 9. esztendünk perdül tova immár, míg itt vesztegünk. Sose korholom én seregünket, ám de gyalázat, hosszas várakozások után üresen hazatérni. Mint ahogyan verebet falt föl kicsinyestül a sárkány, 8 kicsit és 9. anyjuk volt, aki szülte, úgy mi 9 évig küzdünk majd Trója tövében, széles útú váruk 10. már a miénk lesz.
Agamemnon, Nestor, Odysseus meg a nagy görög hősök felbátorítják a sereget, és felkészülnek a csatára. Itt mindenképpen hozzáteszem, hogyha időközben elvesztenéd a fonalat, és nem tudnád, hogy adott szereplő éppen kicsoda, semmi probléma. Az Iliászban szereplő hősök száma több mint 60. Tehát véletlenül se gondold azt, hogy mindegyikre emlékezni fogsz. S ott álltak viruló mezején a skamandroszi partnak, számtalanul, valamint a levél s a virág, ha tavasz kél. Szemben a trójaiakkal íj sok fürtös akályhős állt a mezőn, s vágyott azokat szétzúzni egészen. Mindeközben Achilleus parancsba adja a Myrmidónoknak, hogy csak akkor fognak beavatkozni a csatába, ha a trószok már a hajóknál vannak. Miután az akhályok visszanyerték a harci kedvüket, Zeus folytatja a tervét, és elküldi Íriszt, hogy figyelmeztesse a trószokat. Hektor, Priamosz király egyik fia, Trója védelmezője, tudta, hogy isteni szavakat hall. Azon nyomban összehívja a sereget, és kivonulnak Trójából. Majd mikor útjuk után egymás közelébe kerültek, isteni képű Alexandrosz, válla fölött pár ducbört hordva, s a szépívű íjat és kardot, s a kezében két jóérchegyű láncsát rázva, kihívta a legderekabb argív daliákat, hogy vele megverekedjenek ott a dühös viadalban. Rögtön, amint meglátta Árész kedvelt Menelaosz, nagy léptekkel sietett seregének elébe. Úgy megörült valamint az oroszlán, hogy a hatalmas testet talál. Párisz, avagy másik nevén Alexandrosz kitalálta, hogy ne legyen háború, csak egy párbaj. Menelaosz végtelenül boldog, végre valahára megölheti őt. Na most, ha bár kihívják egymást, maga a párbaj nem történik meg, ugyanis Párisznak inába száll a bátorsága. Hektor elképesztően mérges volt, és az öccsének a következőt mondta. Gyász Párisz, arca remek, csábító, nőkbe bolondult. Bár ne születtél, vagy pusztultál volna, te nőtlen. Én bizony ezt kívánnám, s több is volna a haszna, mint hogy ilyen szégyen légy most mindenki szemében. Lám, ugye nem várod be Árész kedvelt Menelaoszt. Megtudnád, kinek őrzöd most viruló feleségét. Elmondhatjuk, hogy Hektor felháborodása jogos, ugyanis teljesen mindegy, hogy az öccse hogyan hozta el Helenét. A lényeg az, hogy hány asszony várja majd hiába férjét Trója kapujánál. Hány ezer embernek kellett meghalnia azért, mert két ember nem tudta tűrtőztetni magát. Avagy, amiért az istenek nem engedték meg, hogy tűrtőztessék magukat. Miután Hektor leszitta őt, Páriszt elkapta a becsület, és mégiscsak azt kéri, hogy Menelaosszal párbajozhasson. Halljátok tőlem trószok, slábvértes akhályok, hogy mit mond Párisz, ő, ki miatt támadta viszályunk. Azt kívánja, az összes akhály és trójai harcos, ékes fegyvereit tegye nyomban a dúsölő földre, s őt a középre ereszétek, meg a hős Menelaoszt, hogy Helenéért s minden kincsért vívjanak ott meg, és amelyik majd győz, s derekabb lészen ebben a harcban, fogja a kincseket, és vigye el békében az asszonyt, és mi barátságot kössünk igaz eskükötéssel. Így szólt ő, megörültek a trójaiak és az akhályok. Hitték már, hogy vége a gyötrő háborúságnak. Tehát mindkét sereg megesküszik, hogy elismeri a győztest. Párisz és Menelaosz párbaja az kész röhely. Van egy görög király, Spárta királya, aki harcol a feleségéért. Meg van egy trójai herceg, akit egyszerre két isten is támogat, Zeus, illetve Afrodité. Két isten támogatja, és Menelaosz még így is két alkalommal majdnem megöli. És most jön a csúcspont. A párbaj kellős közepén Afrodité megfogja Páriszt, és visszaviszi Trójába. Miközben a két sereg egymással farkas szemet néz, Párisz és Helené nyugodtan szeretkeznek. Zseniális! S eképpen szólt sereget vezető Agamemnon. Trószok, dardánok, segítők, hallgassatok én rám! Láttátok, hogy Árész kedvelt Menelaosz a győztes. Így hát Helenét minden vagyonával adjátok ki, s olyan bírságot is, oly nagyot, illőt, hogy késő unokáink közt is járjon a híre. Így szólt Atreidész, s helyeseltek mind az akhályok. Időközben az Olümposzon Zeus gondban volt. Nem tudta eldönteni, hogy Menelaosz győzelmének következtében mihez kezdjen. Héra azt kéri a férjétől, hogy pusztuljon Trója. Erre a hatalmas főisten a következőt mondta. Más mondok neked én, te pedig vesd jól a szívedbe.
hogyha talán nekem is kedvem kell földig alázni oly várost, hol előtted kedves férfiak élnek, akkor majd haragom ne halasz te se, hogy cselekednem, mert neked adtam em ezt önként, noha kényszerű szívvel. Mert tudd meg, hogy alatta a napnak, a csillagos égnek minden város közt, mit laknak a földi halandók, szívem a Szent Tróját mindig legtöbbre becsülte, és Priamoszt, s népét kőrizsgerelyes Priamosznak. Oltárom sose volt híján illő lakomának és illatnak, italnak, mert ez tőlük a részünk. Az istenek megállapodnak. Az lett a végeredmény, hogy leküldik Athénét, aki úgy alakítja a dolgokat, mintha a trószok megszegték volna az esküt. Athéné felkeres egy szerencsétlen trójai hőst, és a következőt mondta. Hallgatnál erre ám te Lükaón hőszívű sarja? Mernéd-e gyors nyiladat Menelaosz hősre kilőni? Neked a trójai nép hálát és hírnevet adna, hogyha az Atreidészt látná, a vitéz Menelaoszt, mert a nyilad leigázta, a bús mágiára kerülni. Rajta tehát vett célba a nagy nevű hős Menelaoszt. Athéné ténykedése az egészen fantasztikus. Ráveszi a trójai hőst, hogy próbálja meg megölni Menelaoszt. Majd amikor kilövi a nyilat, maga Athéné az, aki Menelaoszt megvédi. Ekkor a bátyja, Mükéné királya eképpen beszélt. Argosziak, ne lazítsátok hős harci erőtök, mert hisz Zeus atya úgysem lesz hazugok segítője. Ám kik először megsértették eskükötésünk, testük gyenge húsát kesejük fogják falatozni, s kedves hitvesüket, s csacsogó csöbb gyermeküket mind bárkán hurcoljuk haza majd, ha bevettük a várost. Az ötödik énekben az történik, ami az Iliász jelentős részét alkotja. Van több mint 60 darab hős, akik egymással harcolnak. Minden hősnek van egy apja, egy bátyja, egy sógora, a sógorának egy ismerőse és annak egy férje, akinek a nevét fél percen belül elfelejted. Azonban ez már nem csak az emberek harca. A két sereget már ténylegesen maguk az istenek segítik. Az egyik görög hős, Pallas Athéné kegyeltje, bizonyos Diomédész. Bátran csak, Diomédész, most verekedj meg a trósszal, mert a homályt elvettem, amely szemed ült el eddig, hogy jól ismert föl, melyik itt Isten, melyik ember. Hogyha tehát valamely Isten csalogatna csatára, nem múló örök Istennel viadalra ne állj ki mással. Hogyha azonban Zeusnak lánya jön erre küzdeni, Afrodité, sebesítsd meg jóhegyű érccel. A trójaiak egyik nagy hőse, bizonyos Aeneas, aki nem másnak, mint Afroditének a fia. Magától értetődik, hogy amikor Diomédész, Athéné bajnoka párbajra hívta őt, az anyja azon nyomban a segítségére sietett. És mostán odavész, sereget vezető Aeneas, Afrodité, Zeus lánya, ha nem veszi észre. Mert átfonta fehér karjával jó fiú sarját, védelmül, nehogy őt egy hős megdárdázza a mellén és elorozza a lelkét. Ő szeretett fiú sarját, így kiragadta a harcból. És hogy elérte, sűrű gomolyon kergetve keresztül, akkor a hős lelkű Tűdeusz fia nekiszökelt hegyes érccel, s gyönge kezén sebet ejtett. Átszakította az érckelevész hegye nyomban a bőrét, ambróziás leplén áttört, szép tenyerének szélénél. És isteni vére folyt, az ikhor, mely nedve a boldog olimposziaknak, mert kenyeret sosem esznek, fénylőbort sosem isznak, éppen ezért vér nélküliek, s nevük is nem enyésző. Miután Diomédész megsebesíti Afroditét, ami amúgy elég nagy dolog, megjelenik Apollón és megmenti őt. Afrodité visszamegy az Olimposzra, és elkezd panaszkodni Zeusnak. Athéné dühe fékezhetetlen volt, továbbra is biztatja a bajnokát, Diomédészt, aki Aeneaszt további 3 alkalommal próbálja meg megölni. 3-szor nekiugrott, hogy leterítse a harcban, 3-szor rázott rá fénylő pajzsot Apolló, s hogy negyedízbe rohan neki, mint valamely dühös isten, rettenetes hangon szólt rá nyilazó nagy Apollón. Tisztább ész, Tűdeusz fia, visszább! Égi lakókkal egyben nem érd magadat! Itt mindenképpen fontos megemlítenem, hogy Aeneas védelme okkal történik. A trójai emberek száma, akik túlélik a város kifosztását, elenyésző, de a végzetes napon megépítenek 20 hajót, majd Afrodité és Zeus támogatásával keresnek egy új hazát. Aeneas és a túlélők lesznek azok, akik elkezdenek egy új nemzetséget, és ebben a nemzetségben lesz 2 ifjú, akik megalapítják Rómát.
Miután megmentette Aeneaszt, Apollón felkeresi Áreszt, a háború istenét, aki egészen megdöbbentő módon a háborúban volt, és megkérte, hogy segítsen a trószoknak. Így is történt. Kedveseim, bámulhatjuk mi az isteni Hektort, mély derekas, deli dárdavető, bátor szívű bajnok, s mindig egy isten van vele, hogy megvédje a vésztől. Földi halandó képében vele jár ma is Áresz. Csak hátráljatok, arccal a trójaiak felé mindig, égi lakókkal szemben erős viadalt ne kívánjunk. Héra meglátta, hogy Áresz a trószokat segíti. Magához hívja Athénét, és kitalálják, hogy ők ketten lemennek a görögökhöz, és segítenek nekik. Athéné felveszi Zeus páncélját, és Diomédész oldalán nekiindul, hogy a háború istenével megütközzenek. A párbaj vége az lett, hogy Athéné konkrétan fenékbe szúrja Áreszt, aki azon nyomban az Olimposzra megy, és ő is panaszkodik Zeusnak. A hatalmas isten eképpen felelt. Ej, ne nyafogj mellém ide ülve nekem, te csapongó! Minden olimposzi isten közt legjobban utállak. Mindig a harc kedves neked és a viszály meg a dúlás, mert az anyád konok és iszonyú lelkét örökölted. Héráit, kit alig tudok én leigázni szavammal. Úgy hiszem éppen ezért, hogy a mostani bajba is ő vitt. A trószokat minden isten faképnél hagyta, ám ekkor Hektort felkereste egy jós. Azt mondta neki, hogy menjen el Trójába, és parancsolja meg a nőknek, hogy keressék meg a lehető legszebb leplet, és azt a leplet tegyék oda Athéné oltárára. Ennek következtében esetleg megbékül a szíve. Így is történik. Találkozik az anyjával, az apjával, Párisszal, Helenével, mindenkinek tanácsokat ad, és közli, hogy sietnie kell, ugyanis Trója veszélyben van. Nem utolsó sorban találkozik a feleségével, Andromachéval, illetve a kisfiával, akit úgy hívtak, hogy Astyanax. Astyanax szó szerint azt jelenti, hogy a város ura. Andromaché könyörög neki, hogy a gyerekét ne tegye árvává, illetve őt özvegyé, de Hektor eképpen beszélt. Nincs oly férfi, ki sorson túl Hádészra vet engem. Csak hogy a végzet elől, azt mondom, senki se futhat. Sem hitvány, se nemes, miután megszülte az anyja. Zeus, s más égi lakók, ti vigyétek teljesedésbe, hogy fiam is, mint én, tűnjék ki a trójaiak közt, ő is erős legyen, és Tróján gyakorolja uralmát. Így szólván ragyogó Hektor fölemelte a fényes lóforgó sisakot, s hű hitvese ment haza ismét, folyton visszatekintve, keserves könnyeket ontva. S Hektort, bár még élt, házában nyögve siratták, mert már nem hitték, hogy a harcból visszakerülhet, s hogy kikerülheti karjait és erejét az akhájnak. Párisz csatlakozik a bátyjához, ugyanis feltámadt benne a becsület, és ő is védeni akarta a hazáját. Amikor Athéné meglátta, hogy Párisz és Hektor bekapcsolódtak a csatába, ismételten elindul, hogy az akhályokat segítse. Azonban összetalálkozik Apollónnal. Nagy Zeus lánya, miért jössz így hevesen az Olimposz ormáról? Miért üzd lelked tele indulatokkal? Tán, hogy az ingadozó diadalt Danaosz daliáknak nyújtsd. Hisz a trójaiak vesztét csöppet se siratnád. Jobb, ha tanácsom megfogadod, hisz a hasznod így is több. Szüntessük ma a háborúságot, a harc viadalmát. Később küzdjenek újra, amíg föl nem lelik immár végét Trójának. Hiszen úgy kedves szíveteknek, istennők, hogy a várost földújjátok egészen. Athéné azt mondta, hogy Apollón ajánlata teljesen megfelelő. Érdeklődik, hogy miképpen szüntessék be a harcot. Apollón azt javasolja, hogy Hektor hívjon párbajra egy görög hőst, és amikor győzedelmeskedik, elveszi a görögök harci kedvét. Halljátok szavamat, trószok, slávvértes akhályok! Hát kit a lelke velem szemben megküzdeni bíztat? Lépjen elő, ragyogó Hektorral vívni magában! Magától értetődik, hogy a legendás Hektorral nem sokan akartak párbajozni. De aztán Nestor és Agamemnon felbátorítja a seregüket, aminek következtében többen is jelentkeznek. Mivel sokan voltak, sorsot kellett húzni, és a győztes nem más, mint Aias, akivel találkozhattál már úgy is, mint Ajax. S voltak így szólt ekkor, a tágterű égre tekintve. Zeus atya, legmagasabb, ki uralkodol Ida hegyéről. Add Aiasnak a győzelmet, s a dicső diadalmat. Hogyha pedig Hektort is kedveled, érte is aggódsz, add nekik egyformán az erőt, egyként a dicső hírt.
A filmben az történt, hogy Hector megölte őt. Azonban valójában mind a ketten eltörik a lándzsájukat, igen komolyan küzdenek, de egyikük sem győzött. Zeus mindkettejüknek küldött egy hírnököt. Kedves jó fiaim, hagyjátok a harcot, a vívást, egyként kedvel amúgy is a fellegtorlasztó Zeus. Mindketten daliák vagytok, kiki látta közöttünk. S már közelít is az éj, jó lesz engedni az éjnek. Erre sisakrázó Deli Hector válaszul így szól. Ájász, Isten adott néked nagyságot, erőt is, észt is. Az összes akháj közt legjobb lándzsavető vagy. Most hát hagyjuk a vívást abba, a harc viadalmát mára. Fogunk később még küzdeni, míg csak egy Isten szét nem választ már, s egynek nem nyújt diadalmat. Híres ajándékot váltsunk egymással azonban. Hadd szólhasson-e épp egy akháj vagy trójai később. Lám, ők lélekevő perrel szálltak viadalra, és úgy váltak szét békülten, mint a barátok. Az Iliász legszebb mozzanata az, amikor a szemben álló felek felteszik a kérdést. Mégis miért harcolnak? Hector és Ájász párbaja ékes példája annak, hogy a trójai háborúban harcoló hősök miért lettek világhírűek. Az ókori görögök három dolgot tiszteltek nagyon. Az isteneket, a hősöket, illetve a holtakat. Akár háború, akár nem, a halottaknak járó tiszteletet meg kell adni. Nestor, a mélyen tisztelt bölcs, eképpen beszélt. Atreidész, Sti, az összes akhályok többi vezére. Jaj, de sokan haltak meg már hosszúhajú hősök. Itt a Skamandrosznál ontotta ki éjszínű vérük érdes árész, s Hádész házába suhant le a lelkük. Szüntest hát seregünk viadalmát hajnalidőben, mink azután hordjuk szekerekkel a holtakat össze, összvérrel meg ökörrel, s égessük meg utána itt a hajók közelében, hogy majd gyermekeiknek csontjaikat vigyük el, mikor újra hazánkba hajózunk. A trójai seregben problémák adódtak. Néhányan azt akarták, hogy mivel amúgy is Menelaosz győzött, hozzák ki Helenét meg a kincseket, adják oda a görögöknek, aztán legyen mindenki boldog. Páris kijelenti, hogy Helenét nem, ellenben Menelaosz minden kincsét visszaadja, sőt, még ad hozzá bónuszt is. Priamosz király követet küld a görögökhöz, és érdeklődik, hogy mit szólnak a dologhoz. Senki Alexandrosz kincsét most el ne fogadja, még Helenét se, hiszen bizonyos még gyermek előtt is, hogy már vesztük hurka vetődik a trójaiakra. Eképpen szólt a király Agamemnon. Válaszadó szavunk ez, s magam is helyeselni tudom csak. Ám a halott mágiák ellen már nincs kifogásom, mert csöppet sem irigylem a megholtak tetemétől, hogy hamar élvezhessék már a tüzet, ha elestek. A halottak elégetését követően a görögök megépítenek egy falat. A lényeg az, hogy amennyiben a trószok megkísérlik felgyújtani a hajókat, képesek legyenek meggátolni azt. Időközben Zeus haragos lesz. Az volt a problémája, hogy habár ő az istenek feje, nem minden úgy történt, ahogyan eltervezte. Hadd mondom ki, amit keblemben sürget a lelkem, hogy ne merészkedjék istennő, sem pedig Isten által vágni az én szavamat. Helyeselje az összes, hogy mennél hamarabb tudjam befejezni a munkát. Mert kit rajta kapok, hogy távol az égi lakóktól menne segítségére a Trósznak vagy Danaosznak, az csúnyán megütöm, s úgy tér az olümposzi csúcsra. A leghatalmasabb istennek volt egy mérlege. Ebben a mérlegbe beletette az akhályok, illetve a trószok sorsát. Az akhályok lesüllyedtek, tehát a görög sereg kellős közepébe belecsapott egy villám. Odysseus, a cselekhez értő, elkezdett könyörögni. Zeus atya, sújtottál-e idáig erős fejedelmet ekkora átokkal, s hírét elvetted-e már így? Hát könyörgésem vidd most, Zeus teljesedésbe. Engedd, hogy legalább mi magunk éppen hazajussunk, s trójaiaknak eként az akhályt leigázni ne engedd. Így szólt, és Zeus atya őt megszánta, a könnyeket ontót, s bólintott, hogy a népe egész lészen és oda nem vész. Ezen a ponton az történik, hogy Hectort maga Zeus támogatja. Úgy viselkedik, mintha egy isten lenne, a nyilvesszők nem találják el, a dárda nem sebzi meg. Tehát pontosan az megy végbe, amire Thétis annak idején megkérte őt. Héra és Athéné sokadjára is ellenszegülnek Zeusnak, és kitalálják, hogy már pedig lemennek oda és beavatkoznak. Ekkor Zeus elküldi hozzájuk Íriszt. Mert kijelentem a szót, s ez megy majd teljesedésbe.
Megsántítom gyors paripáikat, ők magukat pedig penderítem lefelé, szekerük pedig összetöröm majd. S körbeforoghat 10 esztendő, ők azután sem gyógyulhatnak még ki a villámverte sebekből. Lássa a fényszemű, apjával harcolnia jó-e? Mert hérára nem is vagyok így mérges, haragos már. Megszoktam, hogy a szándékom gátolja örökké. Amikor beköszönt a hajnal, Hektor üzenetet küldött Trójába, miszerint a saját házában minden asszony rakjon tüzet, hogy a görögök azt higgyék, a város tele van katonákkal. Eközben a trószok teljesen biztosak abban, hogy másnap győzedelmeskednek. Mint amidő magas égen, a fénylő hold körül ékes csillagraj ragyog, és szellő sem rezzen a légben, s feltűnik minden kiszökő szírt, égbedöfő bérc, minden csillag látszik, örül szívében a pásztor. Így sok tűz lobogott, trójaiak gyújtotta nagy őrtüzek Ilion alján. Ott égett a mezőn az 1000 tűz, mindegyiküknél 50 harcos ült. Miután Zeus villámot küldött a seregük közepébe, az akhályok számára egyetlen lehetőség maradt. Achilleust ki kell lengesztelni. Hogyan lehetne ezt megtenni? Nestor, a bölcs férfiú, eképpen beszélt. Nem hiszem én, hogy más jobb tervet tud kieszelni gondolatomnál, mely megvolt rég. Hajadon Briseist, feldühödött Achilleus sátrából elkiragadtad. Nem kedvünkre bizony. Hosszan lebeszéltelek akkor és hevesen, de te engedtél nagy dőjfű szívednek, és kit az istenek is tisztelnek, a legderekabb hőst megsértetted, ajándékát te bitorlod. Azonban nézzük még most is, mint nyerjük vissza a szívét, nyájas ajándékokkal, mézes szép szavainkkal. Agamemnon helyeselte a szavait, és engedve a saját becsületéből, megígérte. Achilleusnak rengeteg ajándékot ad. Többek között 7 egész várost, 7 nőt, 12 lovat, az egyik saját lányát feleségül, és egyebeket. Mindemellett minden istenre megesküszik, hogy Briseist egy ujjal sem bántotta, és nem vitte az ágyába. Megkéri Odysseust, hogy közölje a híreket Achilleussal. Ez meg is történik, azonban habár Odysseus Achilleus egyik legkedvesebb barátja, még ő sem tudta meggyőzni. Mint a madár, viszi tollatlan kicsinyeknek az étket, hogyha elér valamit. Viszi nékik, s ő maga koplal. Így töltöttem el én álomtalan éjeket egyre, míg véres napokat vívtam végig verekedve. Most miután elorozta a zsákmányom, s becsapott már, meg se kísértsen, mindent jól tudok, úgy se vehet rá. Törje fejét Odysseus, te veled, meg a többi királlyal, hogy mint védje a gályákat gyilkos tűzű lángtól. Egyszer már becsapott, megsértett, másszor ugyan nem szed már rá, legyen ennyi elég neki. Szép nyugalomban pusztuljon, hisz eszét már elvette a bölcs Zeus. Egy hajszálnyira sem becsülöm, s adománya utáltat. Achilleus egyebek mellett azt is kijelenti, hogy a Myrmidónokat hazaviszi, és nem fog tovább harcolni egy olyan háborúban, aminek semmi értelme nincs. Meghalván a híreket, Agamemnon és Menelaos beszélgetni kezdenek. Mindketten egyetértettek abban, hogy Zeus a trószok oldalát fogja, tehát ha győzni akarnak, ki kell találniuk valamit. Azt találták ki, hogy a trószok táborába küldenek néhány kémet. De ez nem volt ennyire egyszerű, ugyanis miután egész nap harcoltak, a görögök fáradtak voltak. Nem akad hát férfi, ki bízva saját hős lelkében, közelébe hatolna a nagyszívű trósznak. Tám valamely kóbor daliát még fogjul is ejthet, vagy mi nekünk valamely hírt hozhat a trójaiaktól. Egymás közt miket is terveznek. Akarnak-e távolgájáknál vesztegelni még, vagy vissza a várba húzódnak, miután az akhálysereget leigázták? Mindezeket megtudhatná, s megtérne mi hozzánk sértetlen, s nagy hírre kerülne az égnek alatta minden népek közt, s igazán szép lenne a díja. Nestor szavain felbuzdulva, a görögök első önkéntese Diomédész, az, aki korábban megsebezte Afroditét. De nem mehet egyedül, tehát azt mondták, hogy válasszon magának egy társat. Az első jelentkező Menelaos, azonban Agamemnon nem akarta, hogy a testvére bajba kerüljön. Tehát Diomédész társa nem más, mint a cseleket ismerő, leleményes Odysseus. Mind a ketten imádkoztak, hogy a bagoly szemű segítsen nekik. Így szóltak könyörögve, meg is hallgatta Athéné. S most, miután a hatalmas Zeus lányához esengtek, mentek, akár az oroszlánok, ketten,
sűrű éjben, át hullán, tetemen, s át fegyveren, éjszínű véren. Mindeközben a trójai táborban ugyanezt találták ki. Akad-e olyan bátor trósz, aki egyedül, tehát egyedül bemerészkedne a görögök táborába? Akadt. Ám de Dolón ott volt a seregben, sarja a fényes Euménédésznek, a hírnöknek. Arca ugyan nem volt szép, ám jó fürge a lába. Hektorhoz eképp szólt. Nem leszek én rossz kém, nem csal meg várakozásod, mert addig nyomulok közibük, míg végre nem érek Atreidész bárkájához, hol a fejedelmek meghányják vetik azt, hogy futnak-e vagy verekednek. Hektor megígérte neki, hogy amennyiben sikerrel jár, neki adja Achilleus szekerét és a két halhatatlan lovát. Dolón meglehetősen szerencsétlen volt, ugyanis pontosan szembe ment Odüsszeuszékkal. Hisz ha kívántok a trójaiak tömegébe hatolni, itt legszélén a nemrég jött trákok hada nyugszik, és a király köztük, Rhésosz. Láttam az ő nagy termetű és gyönyörű paripáit, hónál szebb színűek, s úgy futnak, mint a sebes szél. Engem azonban most vigyetek csak a fürge hajókhoz, vagy hát hagyjatok itt, megkötve kemény kötelékkel. Míg meg nem jöttök, s rólam magatok nem ítéltek, vajon nektek igaz, jó hírt mondottam-e, vagy sem? Az Iliász, ha bár helyenként furcsán fogalmaz, nagyon szépen átadja a valóságot. Egyáltalán nem ritka az, hogy adott embernek a száján keresztül szúrnak egy lándzsát. Nem ritka az sem, hogy valaki lefejez egy katonát, miközben az a térdét fogva könyörög. Miután kifaggatták Dolónt, Odüsszeusz lefejezte őt. Amikor Diomédész és Odüsszeusz elérik a trákok táborát, megjelenik Athéné. Elmondja nekik, hogy csendben dolgozzanak, a katonáknak vágják át a torkát, öljék meg Rhésosz királyt, majd a lovakat vigyék vissza a hajókhoz. Így is történt. Erre a győzelemre az akhályoknak nagyon nagy szükségük volt. Odüsszeusz és Diomédész rajtaütésének következtében visszatér a harci kedvük, és elkezdődik egy új csata, ami akkora, hogy 40 oldalon keresztül tart. A film egyik legnagyobb mondani valója, hogy Agamemnon, ha bár elvárja, hogy érte harcoljanak, ő a saját embereiért nem tenné meg ugyanezt. Az Iliászban nem így van. Ő maga vezeti a sereget, és az első sorokban küzd. Sőt, olyannyira nagy harcos, hogy Zeus üzenetet küld Hektornak, és figyelmezteti őt. Hektor, Priamosz fia, tervben Zeusszal egyenlő. Zeus atya küldött el, hogy néked a hírt kijelentsen. Még Agamemnon néppásztort látott szemeiddel dúlni az elsők közt, kaszabolni a trósz hadirendet, addig tartózkodj a csatától, csak csapatot küld vívni. Ám de ha vagy nyíltól, vagy dárdától sebesülten szökken lóra az, akkor erőt neked ad a viadalban ölni, amíg nem jutsz el a jópadú görbe hajókig, míg nem süllyed a nap, s nem jő el az isteni alkony. Eltekintve attól, hogy feltételezhetően egy görög ember kezének munkája, ebbe most nem megyek bele, az Iliász mind az akhályokat, mind pedig a trószokat dicsőíti. Nem az van, hogy a görögök fantasztikusak, a trószok meg mi hasznák, hanem mindkét oldal egyenlően kitűnő. Az egész csata lényege, hogy az akhályok és a trószok bátorságát bemutassa. Nagyon tömören az történik, hogy van egy hős, aki párbajra hív egy másikat. Valamelyikük megsebesül, mire azon nyomban oda megy egy társa, hogy a sebesültet védelmezze. Majd a védelmező megsebesíti a támadót, és neki is oda megy egy társa, hogy immáron a támadót védelmezze. A görögök soraiban Agamemnon, Diomédész, Odüsszeusz és még sokan mások megsebesülnek. Eljutottunk arra a pontra, hogy Achilleus aggódni kezd, tehát elküldi Patroklost, a legkedvesebb barátját, hogy nézze meg, mi történik. Mindeközben Hektor úgy viselkedik, mint egy cápa, ami megérezte a vért. Megparancsolja a seregének, hogy törjenek át a barikádon, és gyújtsák fel a hajókat. A többi hadvezér ellenkezik, mondván rengeteg katonát fognak veszteni. De Hektor dühös lett, és a következőt mondta. Mondd, miért is rettegsz te a harctól, vad viadaltól? Hisz ha mi, egy szálig mind elhullunk az akhályi bárkáknál, neked akkor sem kell félni haláltól. Mert a szíved sose harcias, és a csatát ki nem állja. Ám ha a harctól húzódol, vagy mást is akarnál elfordítani küzdelmünktől csalfa szavakkal, rögtön a dárdámtól sújtva veszíted lelked.
Harcolnak a falakon, a kapunál, az utakon, a hajóknál, de egyetlen dolog bizonyos. Rengetegen meghalnak, és senki nem tud fölébe kerekedni a másiknak. A csata hevében a trószok egyik hőse megöli Poszeidón unokáját. Poszeidón borzasztóan dühös lett, és abban a pillanatban kijött a tengerből, hogy a görögöket segítse. Természetesen volt egy kis gond. Zeus minden istennek megtiltotta, hogy beavatkozzanak. De Poszeidónra nem tudott haragudni, ugyanis ő maga is sajnálta a görögöket. Zeus nem azt akarta, hogy az akhályok elpusztuljanak, csak azt, hogy Achilleust megtiszteljék. Így harcoltak ezek, mint égő tűz lobogása. Zeus kedvelt Hektor nem tudta meg, észre se vette. Bajja felől, hogy a bárkáknál mind pusztul a népe Argoszi kéz által. S a dicsőség már az akhájé tüstént. Úgy buzdítja a földrázója Poszeidón Argosz harcosait, s erejével védi is őket. Héra figyelemmel kísérte, hogy Poszeidón miként segíti a görögöket, és kitalálta, hogy egyszer s mindenkorra győzelmet ad nekik. Hogyan tudná ezt megtenni? Először is felveszi a legszebb ruháját, a legszebb ékszereit, bekeni magát olajokkal, majdan felkeresi Afroditét, a szerelem istennőjét, és a következőt mondja. Add ide most a szerelmi varást, mellyel te az összes isteneket, meg a földi halandókat leigázod. Látogatóba megyek peremére a dúsölű földnek, Ókeánoszhoz, az isteni őshöz, a Tétüsz anyához, házuk ölében, akik dajkáltak, mikor Zeus törve Kronoszra, föld mélyére, a meddő tenger alá taszította. Őket látogatom, hogy szűnjék régi viszályunk. Afrodité odaadja neki az övet, amiben a mindenféle bájitalokat tárolta. Úgy gondolta, hogy a cél nemes. Azonban Héra terve egészen más volt. Miután gyönyörűvé tette magát és megszerezte a szerelmi bájitalt, felkeresi az álmot és eképpen beszélt. Álom, az isteneken meg az embereken te ki úr vagy, hogyha szavam meghallgattad már bármikor eddig, hallgass rám most is, hálás leszek érte örökké. Szunnyazd el sugaras szemeit ma szemölgye alatt nagy Zeusnak, rögtön, amint mellé szerelembe simultam. Tőlem ajándékul szép trónt kapsz, el nem enyészült, drága arany. Héfaisztosz, az én bicegő fiúsarjam készíti majd gondol. Habár Héra azt mondja, hogy az álom az istenek fölött is uralkodik, ez nem teljesen igaz. Zeus, ha akarná, simán elpusztítaná magát az álmot is. Ami a lényeg, miután minden úgy alakult, ahogyan eltervezte, felkereste a férjét, Zeust, akiről mindenki tudja, hogy kedvelte a nőket. A fellegrázó főisten a következőt mondta. Héra, később is tudsz még oda útnak eredni. Most inkább jöjj, hogy leheveredjünk itt szerelemben. Mert soha még nem igázta le így körülöntve a lelkem bent keblemben a vágy. Sem földi, sem isteni nőért. Zeus atya nagy nyugalomban hált így Gargarosz ormán. Álomigáztas öröm, feleségét ölelte. S futva futott az akhálygályákhoz az álom, az édes, földövező földrázónak, hogy hírt vigyen erről. Az álom értesíti Poszeidont, hogy most minden hatalmát bevetheti, ugyanis Zeus el van foglalva. Poszeidón teljes erejének következtében a trószok az összeomlás szélére kerültek. Mindeközben Héra és Zeus végeznek, és a mindenható ráébredt, hogy a felesége átverte őt. Nem bünteti meg őt, azonban megparancsolja neki, hogy menjen vissza az Olümposzra, és a következőket mondja. Hívd ide gyorsan Íriszt és a nyiláról híres Foibosz Apollót. Hadd szállhasson el Írisz az ércinges görögökhöz, és szólítsa fel ott seregükben a büszke Poszeidont. Vessen a vívásnak véget, házába siessen. Foibosz Apollón meg Hektort serkentse a harcra, újra leheljen erőt lelkébe, feledje a fájó kint, mely gyötri a szívét, az akhály sereget pedig ismént gyáva menekvést indítván fordítsa futásnak. Sok padú harci hajóira Péleidész Achilleusnak még nem rogynak. Achilleus majd serkenti a társát, Patroklost. Ezt meg ragyogó Hektor döfi majd le Ilion alján, hol már addig sok fiatal hőstől. S Hektort felbőszülve sújtja a fényes Achilleus. Apollón vezetésének hála, a trószok már azon dolgoznak, hogy a görög hajókat felgyújtsák. Achilleus meglátja, hogy Patroklosz szomorkodik, ugyanis szinte az összes görög hős sebesülten fekszik.
Patroklosz könyörög neki, hogy segítsen a görögöknek. Achilleusz nemet mond, azonban megengedi Patroklosznak, hogy úgy cselekedjen, ahogyan jónak látja. Vedd hát föl válladra az én híres hadivértem, s harcos Mürmidónok seregét te vezesd a tusára, mert hisz a trójaiak mékék felhője egészen körbekeríti a bárkákat. El ne ragadjon a harc, meg az ütközet annyira, hogy majd Ilionig vezetett csapatot, Trózt ölve halomra. Bárcsak, Zeus atya, Pallas Athéné, meg Apolló, egy Trózt sem futhatna halála elől, valahány van, és egy Argoszi sem, csak mink ketten menekülnénk. Szent fájt lát egyedül, hogy bontsuk a trójai várnak. Az utolsó mondat minden túlzás nélkül világhírű lett. Achilleusz azt kívánja, hogy bárcsak minden görög elpusztulna, és akkor Patroklosszal ketten a teljes dicsőséget learadhatnák. Egyébként meg lehet, hogy a filmben egy kicsit nyámnyilának, meg túlzottan önfejűnek tűnik, de Patroklosz egy kiváló harcos és kiváló hadvezér volt. Miután felvette Achilleusz fegyverzetét, elmegy a Mürmidónokhoz, és eképpen beszélt. Mürmidónok, Péleidész Achilleusz hadinépe, férfiasan feleim, ne feledjünk vívni vitézül, hogy vele megtiszteljük Achilleuszt, őt, ki az argív gályák közt első, s fegyvernöke, mint tusavívó. S tudja meg Atreidész is, a Széltiben úr Agamemnon, mit vétett, hogy a legderekabb hőst semmibe vette. Patroklosz meg a trószoknak esett dühödötten, háromszor szökkent rájuk, mint szélsebes Árész, szörnyű üvöltéssel, s ugyanannyiszor ölve kilencet. S hogy negyed ízbe rohant oda, mint valamely dühös isten, akkor Patroklosz már életed vége előtűnt. Mert elibédállott a kemény viadalban Apollón, rettentőn, de a hős nem látta meg ezt a gomolyban, mert sűrű ködbe takartan jött vele szembe az isten. Patroklosz halála az legalább annyira megalázó, mint amilyen Hektoré lesz. Először is Apollón mögé áll, és megsértve a gerincét, a tenyerével megüti a hátát. Ezután leveszi a mellvértjét, leüti a sisakját, majdan széttöri a pajzsát, illetve a lándzsáját. A mezítelen Patroklosszba beledobnak egy dárdát, de túléli és elkezd menekülni. Mintha erős, nagy kant, leterít neki rontva oroszlán, mert a hegyek tetején dühödött vágyjal verekednek, keskeny forrásnál, mindkettő ott akar inni. S fú akar, ám az oroszlán őt leigázza erővel. Hősi Menoitiadésznek ekép, aki már sokat ölt meg, Hektor Priamidész elorozta a lelkét. És dicsekedve beszélt hozzá, szárnyas szavakat szólt. Patroklosz, hitted, feldúlod a trójai várost, és a szabadság napját elveszed asszonyaimtól, majd szeretett honiföldethez viszed őket a gáján. Balga te! Patroklosz halálát követően előre tör Menelaosz, aki mindent elkövet, hogy a hős páncélzatát megmentse. Egyébként ez egy nagyon gyakori szimbólum. Ha megölnek egy hőst, azonnyomban elveszik a fegyvereit, illetve a páncélját, aminek következtében mesztelenül fog bolyongani a túlvilágon. Ez egy hatalmas gyalázat, de az igazán hatalmas gyalázat még csak most jön. Trójaiak, Dardán tusavívók, férfiasan feleim, ne feledjetek el tusakodni. Még a vitéz Achilleusz vértjét testemre kerítem, mit Patroklosz hőserejét leterítve szereztem. Szólt a sisakrázó Hektor, és nyomban elindult vészteli harcukból, s rohanó léptekkel elérte még a közelben társait. Vitték Trója felé Achilleusz híres hadivértjét. Látta a távolból őt fellegtorlasztó Zeus, isteni hős Achilleusz vértjét hogyan ölti magára. Megcsóvált a fejét, s lelkéhez azonnal leképszólt. Jaj, te szegény, a halált igazán nem sejti a lelked, bár közeledben van. De te most öltöd fel a vértjét annak a legderekabbnak, akit mind retteg a többi, és akinek gyengéd, s bátortását te megölted, és a fejéről, s vállairól leraboltad a fegyvert nem rendjén. De azért néked nagy erőt adok én most, kárpótlásul, amiért haza már sose térsz, s Andromaché Achilleusz vértjét le nem oldja te rólad. Hektor, habár rendkívül nemes és becsületes, ezen a ponton elment az esze. Azon van, hogy Patroklosz testének elszállítását meggátolja. Tehát nem csak életében, de még holtában is meggyalázza. A görög mitológiában az a jó, hogy ha adott ember imádkozik, akkor az istenek meghallgatják. Pallas Athéné hatalmas erővel látta el Menelaoszt,
és Patroklosz testét sikeresen megmentik. Menelaosz magához hívja az egyik társát, és megkéri, hogy közölje a híreket Achilleusszal. Isteneink, lelkem búzs gondját csak be ne váltsák, melyről nékem anyám szólt egykor, mondva, hogy én még élni fogok, mikor ez legjobbja a Myrmidónoknak, trójaiak keze által majd elhagyja a napfény. Bizonyára halott az erős Patroklosz, a balga, bár neki én azt rendeltem, ha elűzte a lángot, térjen vissza hajóinkhoz, Hektort ki ne hívja. Achilleusz teljesen összetört. Megjelenik Thétis, Achilleusz anyja, aki megtudja, hogy mi történt. A fia eképpen beszélt. Bár a viszály odaveszne az isteni és emberi szívből, és a harag, mely a bölcseszűt is méregbe borítja. Édessége a csurgó mézénél is erősebb, míg kebelünkben elárad, füstként felgomolyogva. Bennem is íj haragot keltett a király, Agamemnon. Ám ami már megesett, hagyjuk, noha szaggat a bánat. Kedves lelkünket kebelünkben igázzuk erővel. Most pedig indulok én, hogy a drága fej elveszítőjét, Hektort fölleljem. S a halált akkor fogadom majd, hogyha reám Zeus méri, s a többi haláltalan isten. Achilleusz terve az, hogy megöli Hektort, de az anyja rávilágít, hogy nincs páncélja. Megparancsolja a fiának, hogy ne keresse a küzdelmet mindaddig, amíg vissza nem tér. Így is történt. Achilleusz habár nem bocsátkozik harcba, de attól függetlenül a puszta látványa is elegendő, hogy a trószokat megrémítse. Időközben Thétis eléri az Olümposzt. Felkereste Héfaisztoszt, az istenek kovácsát, és egymással eképpen beszéltek. Lám, félelmetes és tisztelt isten van a házban. Ő, aki megmentett, miután gyötrődve zuhantam ebszemű édesanyám szándéka szerint, aki engem rejteni óhajtott, mert sánta vagyok. Bizony akkor szenved az én lelkem, ha Thétis nem ölel kebelére. S most ő jött ide, házam ölébe. Bizony nagyon illik, hogy szép fürtű Thétis jóságát visszafizessem. Héfaisztosz, van-e istennő az olümposziak közt, egy is akár, ki szívében íj sok gyászokozó kintűr, amilyen sokkal csak is engem vert meg a nagy Zeus. Térded ölelve könyörgök hát, kit a végzete kurta létre jelölt. Fiamat lásd el sisakkal, spajzsal is, és gyönyörű lábvértel, jó bokacsattal, spáncéllal, hisz a hűtárs elvesztette a régit, trószoktól leterítve. Majd mikor elkészült mindezzel a nagynevű sánta, fogta s Achilleusz anyja elé odatette. Hóborította Olümposzról, őfként lecsapott az, s Héfaisztosz ragyogó munkáját vitte magával. Apró érdekesség, mind a mellett, hogy Achilleusz nem sokára csatába indul, Pallas Athéné beavatkozik, és csak úgy, mint annak idején Párisznak, illetve Helenének, a trójai katonáknak Hektorral egyetemben elveszi a józan eszét. Thétis elvitte a fiának Héfaisztosz munkáját, azonban Achilleusznak volt egy problémája. Attól félt, hogy miközben ő elmegy harcolni, Patroklosz testét belepik a legyek. Így szólt, s nagy bátorsággal töltötte el anyja. S vérszínű nektár csöppentett orrába a holtnak, s ambróziát, hogy a teste egész és tiszta maradjon. Miután végigmegy a táboron, és megpillantja a rengeteg sebesültet, Achilleusz úgy dönt, hogy a hatalmas királlyal békességet köt. A félisten kitalálta, hogy azon nyomban csatába viszi a sereget. A kedves barátja Odysseusz közli vele, hogy a katonák éhesek és fáradtak. Ugyanis mindaddig, amíg ő a sátrában duzzogott, a görögök folyamatosan véreztek. Achilleusz, Péleusz fia, legjobb minden akháj közt. Nem kicsivel vagy több nálam, sőt, sokkal erősebb dárdáddal. De eszemmel sokkal több vagyok én, mert nálad előbb lettem, sokkal többet tudok is már. Azt, aki elhullott, el kell földelni, keserves lélekkel gyászolva, egész nap könnyeket ontva. Ám kik a gyűlöletes harcokból hátra maradnak, már az evésre legyen gondjuk, s az ivásra, hogy annál inkább vívhassunk a reánk rontókkal egész nap. Odysseuszt nem véletlenül nevezték leleményesnek, eszesnek, fényes elméjűnek, továbbá cselekhez értőnek. Achilleusz megkapja a rengeteg ajándékot, továbbá visszakapja Briseiszt, de ő az egyetlen, aki nem eszik és nem iszik. Zeus leküldi Athénét, hogy Achilleuszba csöppentsen egy kis ambróziát.
Miután Athéné rendbe szedte őt, Achilleus befogja a két lovát, Santost és Balioszt. Ezek a lovak kettő dologról híresek. Az egyik az, hogy halhatatlanok, a másik, hogy képesek beszélni. Ezek a lovak voltak azok, amiket Dolónnak adott volna Hektor, ha sikeresen teljesíti a kémkedést. Erre a járom alól így szólt neki gyors paripája, Santos, a földnek eresztve fejét. Tudod meg, erős Achilleus, megmentünk még ma a harcból, csak hogy a veszted napja közel van. S nem mi okozzuk, mert a nagyisten lesz oka, és az erős kezű Moira. S nem mi okoztuk lassúsággal vagy tunyasággal, hogy megfosztották Patroklost fegyvereitől. Mert sebesen száguldunk, mint Zephyros szeleszágult, melyet a leggyorsabbnak mondanak. Ám neked is csak sorsod, hogy leigázzon egy isten s ember erővel. Santos nagyon is helyesen beszélt, ugyanis Achilleus végzete az lesz, hogy Paris, a szépségverseny bírája, belelő egy nyílvesszőt, viszont ő maga nem tudja, hogy hova. Achilleus gyenge pontját a halandó emberek nem ismerték. Tehát ahhoz, hogy Paris nyílvesszője célba találjon, kellett egy segítő, aki nem más, mint Phoebos Apollón. Apró érdekesség, amikor Achilleus a filmben lefejezte Apollón szobrát, az ezt akarta szimbolizálni. Ők ketten nem szerették egymást. Elkezdődik a legnagyobb csata, aminek Homérosz tökéletesen választott címet, az Istenek harca. Az Istenek harcának az a lényege, hogy Zeus visszavonja a tilalmát, és az egész görög panteon szabad kezet kapott. Én magam itt maradok, s az olimposzi bérc meredekén ülve gyönyörködöm. Így nézek le. De menjetek el mind, többiek, innen a trójai és az akháj seregekhez. És aki ezt kiki húz, azt védje, segítse a harcban. Mert Achilleus, ha akár maga küzd csak a trójaiakkal, még úgysem tudják föltartani, bár kis időre. Már azelőtt is reszkedtek hisz tőle, ha látták, s most, hogy társa miatt így szörnyű a lelke haragja, félek, a várfalat is szétrontja a végzet ellen. A tényállás a következő. Az akhályokat, avagy a görögöket támogatja Héra, Athéné, Poszeidón, Hermész és Héfaisztosz. A trószokat segíti Árész, Afrodité, Létó, Artemis, illetve Skamandrosz. Skamandrosz az technikailag egy Trója mellett lévő folyó, de ugyanakkor egy isten. Mindjárt fontos lesz. Az utolsó csatában egyszerre 10 isten harcolt. Héra és Poszeidón abban a pillanatban visszahúzódnak, mondván csak akkor fognak beavatkozni, ha Hektor esetleg előnybe kerülne. Apollón felkeresi Hektort, és megparancsolja neki, hogy Achilleusszal semmilyen formában ne kezdjen harcot. Az egyetlen probléma csak az, hogy Achilleus megöli az öccsét, akit úgy hívtak Polydorosz. Trója védelmezője elképesztően dühös lesz, és Apollón szavának ellenszegülve párbajra hívja Achilleust. Achilleust sebezhetetlenné teszi Athéné, Hektort Apollón, tehát a kettejük párbajának semmi értelme nincs. Miután Achilleus realizálja ezt, a következőket mondta. Megmenekültél most, kutya! Jó közeledbe került bár csúf véget, de kimentett ismét Phoebos Apollón, ő, akihez könyörögsz, ha kirontasz a dárd az ürejbe. Majd csak rád akadok később, s végzek veled akkor, hogyha nagyisteneink közt van nekem is, ki segítsen. Most megyek, és mást üldözök én, akit éppen elérek. A trószok seregét ketté vágják, míg az egyik fele a város felé menekül, a másik felét beleszorítják a folyóba. Achilleus megesküdött Patroklosznak, hogy a tiszteletére le fog fejezni 12 trójai férfit. Tehát beleugrik a vízbe, 12 katonát fogjulejt, és mindenki mást lemészárol. Így ni, feküdj a halak közt, melyek nagy nyugalommal nyalják majd le a vért a sebedről. Édesanyát sem tud kiterítve siratni, de hurcol majd a Skamandrosz forgatagos vizein le a tenger széles ölébe. És a folyó jobban dühödött a szívében, s lelkében forgatta, hogyan szüntesse a harcát isteni hős Achilleusnak. A vészt tova üzve a trósztól. A görög félisten olyan sok trójai katonát öl meg, hogy a víz elkezdett vörössé válni. Skamandrosznak ez csöppet sem volt ínyére, tehát maga a folyó megtámadja Achilleust. Habár a páncélját maga Héfaisztosz kovácsolta, a folyó istenével szemben semmit nem ért,
tehát Achilleusnak menekülnie kellett. Így szökkent Achilleus, rézsút szaladott a folyótól, az meg háta mögött iszonyúan zúgva követte. S följajdult Achilleus, fölnézve a tágterű égre. Zeus atya, egy isten sem akad már engem a vízből megkönyörülve kimenteni. Ellenem annyit nem vétett egy égi lakó sem, mint jó édesanyám, aki elbűvölt hazugul, mert azt mondotta, hogy én folybosznyila által pusztulok el majd. Bár ölt volna meg itt Hektor, legjobb daliájú. Hős hult volna el, és hős hordan a bajnoki zsákmányt. Poszeidón és Athéné megjelennek előtte, és biztatják, hogy a folyó hamarosan lecsendesedik. A folyó lecsendesedésének oka nem más, mint hogy Héfaisztosz, a sánta kovács felperzseli a földet, és kiszárítja a folyót. Amikor Szkamandrosz meglátta ezt, megegyeztek Héfaisztosszal, hogy befejezik a küzdelmet, és ráhagyják a halandókra. Héra, én ugyan abba hagyom, ha parancsot aképpen akarja. Ám tegye ő ugyanezt, s én még meg is esküszöm arra, hogy soha Trója gonosz napját nem hárítom el már. Még akkor se, ha a harcos akhái vadékok lángba borítják. Az istenek további harca tömören annyi, hogy Athéné melbeüti Afroditét, szó szerint Héra felpofozza Artemiszt, mások meg egészen egyszerűen nem kívánnak egy másik istennel párbajozni. A trószok megmenekülésének oka nem más, mint hogy Apollón elcsalogatja Achilleust. Amikor Achilleus rájött, hogy Apollón becsapta őt, visszafordul és megtámadja a várost. Hektor már készült, arra vágyott, hogy megmérkőzzék vele. Priamosz és Hekabé könyörögnek neki, hogy maradjon a várban, de ezen a ponton már senki nem tudta lebeszélni. Tartok a trószoktól, s trójai nőktől, még valamely nálam hitványa bíj szavakat szól. Hektor bízva magában a népét elveszítette. Ezt mondják, de hiszen sokkal jobb lesz nekem akkor megverekednem Achilleusszal, s haza győztesen érnem, vagy pedig ott vesznem, ha dicsően küzdök a várért. Achilleus és Hektor küzdelme meglehetősen parádésan kezdődik. Először is háromszor körbefutják Tróját. Mindeközben Zeus tanakodik, hogy kinek adjon győzelmet. Athéné meggyőzi őt, hogy adjon neki szabad kezet, amit Zeus meg is tett. Athéné felkeresi Achilleust, és a következőket mondta. Ő most már többé mielőlünk nem menekülhet, bárhogyan is kínlódik a messzeható Apollón. Állj meg most, és fújd ki magad, hanem én odalépek Hektorhoz, s majd ráveszem őt, hogy a harcra kiálljon. Athéné terve roppant egyszerű. Felveszi Hektor egyik testvérének alakját, majd közli vele, hogy immáron minden rendben lesz, ugyanis Achilleusszal egyszerre ketten fognak küzdeni. Hektor rendkívül boldog lett, és teljesen biztos volt abban, hogy győzni fognak. Nem futok én, Péleusz fia, már ahogy eddig előled. Háromszor menekültem a vár körül, és rohamodra féltem várni. De most már lelkem küld, hogy elébed álljak a harcban, akár leigázlak, akár lehanyatlok. Rajta, az isteneket hívjuk tanukul, kik a legjobb őrzők és tanúk is lesznek, ha kimondjuk az esküt. Nem csonkítlak meg csúnyán, ha a harc diadalmát Zeus nekem adja, s a lelkedet én veszem el viadalban. Ám miután leveszem rólad szép fegyveredet mind, holttetemet kiadom. Te is így tégy vélem, Achilleus. Gyűlöletes Hektor, ne beszélj nekem eskükötésről, mert nincs szerződés az oroszlán s emberi faj közt, és sosem ért egyet lelkében a farkas, a bárány, mert egymás ellen gonoszat terveznek örökké. Így köztünk se lehet se barátság, sem pedig eskü. Amikor Hektor nekiront, realizálja, hogy a segítője meg sem mozdul. Mind a ketten remekül küzdenek, és mivel Hektor Achilleus páncélját viselte, az eredeti gazdája pontosan tudta, hogy hol van a gyenge pontja. A nyakánál. Megfogta a lándzsáját, és Hektor torkát keresztül szúrta. Köribétódultak a többi akhályok. Bámulták, hogy mi szép termete és az alakja Hektornak. S nem akadt, aki rá nem ütött sebet ekkor. S voltak így szólt köztük, a szomszédjára tekintve. Jaj, bizony így sokkal könnyebb elbánni a hőssel, mint amikor lobogó tüzeket haigált a hajókra. Miután a görögök kedvükre meggyalázták Hektort, Achilleus mindkét sarkába lyukat vág, áthúz rajtuk egy kötelet, a szekere után köti, és fejjel lefelé visszahúzza a táborba. Priamosz, az apja, végignézte ezt.
Azonban cselekednie kellett, ugyanis minden halottat tisztelet illett. Trója hős védelmezőjét meg pláne. Tehát elindult, hogy visszaszerezze a fiát. A párbajukat követően Achilleus a legkedvesebb barátjának temetését határozottan emlékezetessé tette. Miután Patroklosz testét elégették, a csontjait egy színarany csészébe helyezték. Ezt követően Achilleus rendezett egy olyan miniatűr olimpiát. Szekérhajtó versennyel kezdenek. Ezt követi az ökölvívás, a birkózás, futóverseny, vívás, súlylökés, íjászverseny és a dárdavetés. Patroklosz nagyon boldog volt, ugyanis Hadész házából mindezeket végignézte. 12 nap telt el azóta, hogy Hektor meghalt, és még mindig nem volt eltemetve. Nagyon fontos, hogy Apollón és Afrodité gondoskodtak róla, tehát a teste nem indult enyészésnek. Apollón egyre inkább dühösebb lett. Istenek, ártók és gonoszak, Hektor sose gyújtott áldozatot nektek, combját kecskének, ökörnek. S most nem hagyjátok megmenteni még tetemét sem, hogy láthassa az asszonya, s anyja, kicsiny fiúsarja, s apja, az ak Priamos, meg a nép, kik mágia tüzében égetnék meg azonnal. Ám ti a vészes Achilleusnak kedvére kívántok tenni, kinek szíve nem jámbor, s kebelében az elme nem tud hajlani. Nehogy, bár hős, haragunkkal sújtsuk ezért őt. Az istenek királya úgy vélte, hogy Apollón igazat szólt. Magához rendelte Tétiszt, és megparancsolta neki, hogy menjen el a fiához, és győzze meg, hogy Priamosz ajándékait elfogadja, és Hektor testét adja ki a számára. Így is történt. Zeus elküldi Hermészt, hogy Priamosz királyt másodmagával elkísérje. Zeus atya, legmagasabb kiuralkodol Ida hegyéről. Add, hogy Achilleus kedvesen és könyörülve fogadjon. Küldj jósmadarat, mely néked a legszeretettebb minden szárnyas közt, s mely mindje között legerősebb, jobbról, hogy lássa. Így szólt ő könyörögve, meg is hallgatta a bölcs Zeus. Sast küldött septem, madarak közt legmagasabb jelt. Achilleus sátra körül volt egy kerítés, azon pedig egy kapu. Ezt a kaput egy olyan fenyőgerendával zárták le, amit csak 3 ember tudott felemelni, de Achilleus egymaga is. Ami a lényeg, Hermész felemeli ezt a gerendát, és Priamosz király belépett Achilleus sátrába. Priamosz hozzá könyörögve ilyen szavakat szólt. 50 gyermekem élt az akháj seregek közelettén. Harcos Árész oldotta meg annyinak eddig a térdét. És ki egyetlen volt nekem, óvta a többit, a várost. Azt te megölted nemrég, míg harcolt a hazáért, Hektort. Tiszteld isteneinket, Achilleus, és könyörülj meg emlékezve apádra. De szánadóbb vagyok annál, vállalom azt, amit ember nem tett eddig a földön. Gyermekeim megölője felé emelem karom esdve. Hogy mertél egyedül közeledni akhályi hajókhoz, színe elé annak, ki oly sok nagyszerű sarja döltem már le idáig? Tám vasból van a szíved? Most hát ülj le a székre, s a fájdalmat, mi szívünkben van, hagyjuk szunnyadni, akárhogy sújt is a bánat, mert a fagyos zokogás nem használ semmit a földön. Isteneink a szegény, múló embernek eképpen szőttek bús létet, míg őket a gond sose gyötri. Mert hisz Zeus küszöbén 2 hordó áll, tele rosszal duzzad az egyik, a másikban van a jó, amit ő ad. Achilleus és Priamosz együtt vacsoráznak, sőt, mi több, Achilleus megkérte, hogy a saját védelmének érdekében aludjon a sátrának közelében. Ezen kívül megkérdezi Priamoszt, hogy Hektort hány napig szeretnék gyászolni. Priamosz azt mondja, hogy 11 napig. Meg lesz hát ez is, ak Priamosz, valamint te kívánod, mert ahogyan kéred, megfékezem addig a harcot. Hajnal tájékán megjelenik Hermész, és felkelti Priamoszt. Aggódott érte. Ugyanis ha Agamemnon véletlenül fogságba vetné, az katasztrofális következményekkel járna. Tehát az éjszaka közepén megsegíti, és visszavezeti őket Trójába. Hosszú 9 napon át hordták oda egyre a szálfát, ám hogy a hajnal jött, sugarát terjesztve 10-szer, hozták már ki a harcos Hektort, könnyeket ontva, és tették tetemét tetejébe a mágia tüzének. Majd miután oda gyűltek, s együtt volt valamennyi, mágia tüzét oltván tiszta fehér csontját testvérei, társai szedték össze kesergés közt.
s arcukról hult a kövér könny. Drága aranyládába helyezték csontjait aztán, és betakarták lágy bíbortakarókkal utána. Majd a kivált sírboltba betették, és tetejében roppant sziklákat seregestül hengerítettek. Halmot emeltek gyorsan, majd mikor állt a halom, hazamentek. S ennek utána szép rendben gyülekezve, dicső lakomát lakomáztak házában Priamosznak, a Zeus táplálta királynak. Így rendezték ők a lovas Hektor temetését. Történt mindez egy szépségverseny miatt. Trója városának védelmezője, sisakrázó Hektor temetésével az Iliász véget ért. Azonban a trójai háború még nem. Ha arra vagy kíváncsi, hogy mi történt ezután, az Odüsszeiában megbeszéljük. Mi az Iliász mondani valója? Mindenek előtt az, hogy az isteneket tisztelni kell, és hogyha ők a fejükbe vettek valamit, az úgy is lesz. Ezen felül a háború az fantasztikus, hiszen hatalmas és dicsőséges hősök születnek. Ugyanakkor a háború borzasztó, hiszen a hatalmas és dicsőséges hősök születéséhez gyakorta nagyon sok más ember halála szükségeltetik. Oldalakon keresztül dicsőíti a barátságot, a testvériességet, az önfeláldozást és a tisztességet. Elítéli a kapzsiságot, a szívtelenséget és a becstelenséget. Kitünteti a jóságot és felelősségre vonja a gonoszságot. Az Iliász egy-két éneket leszámítva egy zseniális alkotás. Ha esetleg azon gondolkozol, hogy a videón felindulva nekiállsz elolvasni, csak akkor kezd el, ha érdekel is, máskülönben szenvedni fogsz. Szóval ez lett volna az Iliász, a nyugati irodalom egyik alappillérének története. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok! Sziasztok és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! Trója pusztulását követően rendszerint annak kellett volna történni, hogy a görögök, mint akik jól végezték a dolgukat, egészen egyszerűen hajóra szállnak és épségben hazatérnek. Ez feletté unalmasan hangzik, szóval kellett egy kis kaland. Férfiúról szólj nékem múzsa, ki sokfele bolyongott, s hosszan hányódott, földulván szent falú Tróját, sok nép városait, s eszejárását kitanulta, s tengeren is sok erős gyötrelmet tűrt a szívében, menteni vágyva saját lelkét, társak hazatértét. Csak hogy nem tarthatta meg őket, akárhogy akarta, mert önnön buta vétkeikért odavesztek a társak, balgák, fölfalták Hyperion Éliosznak barmait, és hazatértük napját ő elorozta. Istennő, Zeus lánya, beszélj mi nekünk is ezekből! Homérosz mindkét műve azzal kezdődik, hogy a történet elbeszélésére felkéri a múzsákat. Kik azok a múzsák? Nagyon tömören a görög kultúra védelmezői. Ők felelnek a költészet, a zene és a különféle képzőművészetek tökéletességéért. A létszámuk 9, és megdöbbentő, de mindannyian Zeus lányai. Az Iliász fő fókuszpontja a jövő, tehát az, ami majd meg fog történni. Az Odüsszeia fő fókuszpontja a múlt, vagyis az, ami már megtörtént. Nagyon fontos már a legelején leszögezni, hogy ez nem egy lineáris történet. Magyarán majd a 9. énekben tudjuk meg azt, hogy mi történt az első előtt. Tehát, Trója pusztulását követően Odüsszeusz nem csak hogy nem tért haza, de az isteneken, illetve a tenger igazszavú vénén kívül senki nem tudta, hogy mi történt vele. Ezen kívül a görögök nagy királyát, Agamemnont a saját palotájában meggyilkolta a felesége és annak szeretője. Achilleusz, a görögök legnagyobb hőse, úgy szintén meghalt. Agamemnon és Achilleusz nagyon fontosak, ugyanis habár halottak, Odüsszeusz a későbbiekben találkozni fog velük. Az Odüsszeia azzal kezdődik, hogy az istenek tanácskoznak. A tanácskozás végeredménye az lett, hogy Odüsszeusznak megkegyelmeznek, és immáron hazatérhet. Mégis honnan? Majd kiderül.
Az istenek tanácskozását követően az történik, hogy Athéné elmegy Ithakába, felkeresi Odysseus fiát, bizonyos Télemachost, és a következőket mondja. S most neked én kijelentem a jó szót, mit kebelembe vetnek az égi lakók, s amiről hiszem is, hogy igaz lesz, bár jós nem vagyok, és madarakhoz nem sokat értek. Nem marad ő már hosszan a hőn szeretett Honiföldtől messze, de még úgy sem, ha kemény vasnyűge nyűgözné. Majd kitalálja, hogyan jöjjön haza, hisz leleményes. Téged meg nagyon intlek, hogyha hajolsz a szavamra. Küld el a kérőket, hogy oszoljanak otthonaikba. Védj 20 evezős bárkát, de a legkitűnőbbet. S menj, tudakold jöttét rég elment édesapádnak. Menj Pyloszig legelőbb, s kérd ott meg az isteni Nesztort, majd azután Spártában a szőkehajú Menelaoszt, mert ércinges akhályok közt ő jött meg utolszor. Így szólt, s útnak eredt a bagolyszemű Pallas Athéné. El kiröpült, valamint a madár, s a fiú kebelében merszett, erőt helyezett, s emlékébe az apját még inkább fölidézte. Athéné szavaiból megtudtuk, hogy Odysseus házában kérők vannak. Ugyanis az történt, hogy mivel Odysseust mindenki halottnak gondolta, az összes létező uracska, illetve szomszédos király vágyott a feleségére. Odysseus feleségét úgy hívták, hogy Penelope. Vele kapcsolatban egy nagyon lényeges dolgot érdemes fejben tartani. 20 évig várta a férjét. Az Odüsszeiát fel lehet bontani 3 részre. Az egyik rész értelemszerűen arról szól, hogy Odysseus elmeséli a kalandjait. Azonban Odysseus konkrét kalandjainak terjedelme, az a 24 énekből mindösszesen durván 5. Mégis miről szól a maradék 19? Az első fele az idézőjeles feltámadás. Mint említettem, egy-két ember kivételével Odysseust mindenki halottnak gondolja. A mű másik felének mondani valója az emberi faj egyik legősibb tulajdonsága, a bosszú. Eddig annyit tudunk, hogy a kérők ott vannak a házában, és el akarják venni a feleségét. Ezen kívül a kérők minden vagyonát megeszik, vagy eredeti fogalmazásban felzabálják, illetőleg megalázzák a fiát. Nem mi vagyunk az akháj kérők okozói bajodnak, ám de az édesanyád egyedül, mivel oly nagyon elmés. Mert hisz a 3. év telt el, s tova már 4. fut, s ő az akháj keblekben a lelket rászedi folyton. Mindenkit hiteget, s ígérget, mindegyikünkhöz küldöncöt küldöz, de a szándék más a szívében. Termőlébe szövőszékét állítva, e roppant széken hosszú finom vásznat szőtt, s mondta minékünk. Kérőim, nemes ifjak, a hős Odysseus oda van már, mégse siettessétek a nászom, amíg csak a leplet nem fejezem be. Szövött vásznam, hogy kárba ne vesszem, szemfödeléül Laertész hősnek, mikor őt majd hosszúra nyújtó végveszedelmes sorsa eléri. Megbotránkozván az akhály nők azt ne beszéljék, hogy ki sokat szerzett, most nem jut leple a sírban. Tehát Penelope azt mondta, hogy majd akkor megy ismételten férjhez, ha befejezte a leplet. Igen ám, csak a félkész leplet minden este szétbontotta. A probléma az volt, hogy az egyik szolgáló lánya ezt megtudta, és elmondta a kérőknek. Odysseus hűséges és egyben hűtlen szolgálóinak a sorsa meg van pecsételve. Athéné szavait megfogadván, Télemachos eképpen beszélt. Elmegyek én innen Spártába, Pylosz fövényére, régen lévő édesapám jöttét tudakolni. Hát, ha egy ember mond valamit, vagy hallom a hangját Zeusnak, mert a halandók közt ez hordja a nagy hírt. És ha talán hallom, hogy apám él és hazakészül, bármint törlődöm, kerek évig tűrni fogok még. Ám de ha azt hallom, hogy meghalt, s nincsen apám már, akkor megtérvén szeretett földjére hazámnak, anyámat férjhez adom majd. Télemachos szerencséjére ismételten megjelenik Athéné, és közli vele, hogy ne essen kétségbe, ugyanis majd ő felfogad neki 20 önkéntest, ezen kívül pedig ő maga is vele fog hajózni. Viszont még mielőtt ez megtörténhetne, Télemachosnak teljesítenie kellett egy feladatot. Pusztán annyit, hogy menjen el az éléskamrába, és csomagoljon maguknak útravalót. Igen ám, csak hogy Odysseus kamrája előtt éjjel-nappal volt egy hölgy, Télemachos egykori dajkája, akit úgy hívtak, hogy Eurykleia. És te magad tud csak, mindez gyorsan legyen együtt. Késő este jövök majd érte, ha édesanyám már fölmegy a hálójába, s az alvás jár az eszében.
Elmegyek én, tudd meg, Spártába, Pülosz fövényére. Kedvesapám hazatérte felől híreket tudakolni. Bátran anyó, miután nincs Isten nélküle szándék. Tégy nekem esküt, hogy nem mondod el édesanyámnak, csak miután 11 néhány nap már tova illant, vagy vágyódva reám meghallja, hogy útnak eredtem. Arca finom bőrét zokogással, hogy ne gyötörje. Mindeközben Athéné elkezd tevékenykedni, felveszi Télemakhosz alakját, és az ő képében keres maguknak 20 önkéntest. Mivel az utazásnak lehetőleg titokban kellett megtörténni, Athéné a ház teljes lakosságát álomba ejti. Télemakhosz felszállt a hajóra, előtte Athéné ment, s a hajótatjára leült. Jó szelet is küldött számukra bagolyszemű Pallas, jól fúvó Zephyroszt. Éjszínű fürge hajó mindent jól helyre kötözvén. Állítottak itallal színiktelt keverőket, s így áldoztak a nem múló örök égi lakóknak, és a bagolyszemű Zeus lánynak mindaközt a leginkább. Télemakhoszék megérkeznek Pülosba. Pülosban van egy úriember, akivel az Iliászban már találkoztunk, bizonyos Nestor. Ő a görögök egyik bölcse, illetve az a férfi, akinek az alakjában Zeus álmot küldött Agamemnonnak. Télemakhosz eképpen beszélt. Hozzá hogyan is közeledjem? Mert az okosszavú szónoklás még nem tudományom, s ifjúnak aggott kérdezgetnie tiltja a szégyen. Mondta az istennő ismét, a bagolyszemű Pallas. Télemakhosz, lesz, mit te magad tervelsz ki eszedben, s lesz, mit az istenség súg meg. Mert nem hiszem én, hogy istenek óhaja ellen lettél, vagy növekedtél. A vendégeket hatalmas lakomával fogadják, áldoznak az isteneknek, majd Télemakhosz könyörög Nestornak, hogy ha tud valamit az apjáról, akkor mondja el neki. A görög bölcs eképpen felelt. Esztendőt 5-öt is, 6-ot is tölthetsz te közöttünk, kérdezgetve mi bajt is tűrtünk, bátor akhályok, és belefáradnál, úgy érnél otthoni földre. Mert mi 9 évig tettünk kárt nékik a harcnak mindenféle cselével, s Zeus nehezen segített meg. Egy sem akadt, aki ott kívánta eszét az eszéhez mérni, mivel győzött mindenkin a fényes Odysseus mindenféle cselekkel. Rendben a dárdás Myrmidónok, mondják, hazaértek, hőslelkű Achilleus ragyogó fia volt vezetőjük. Mert ha aképpen akar téged kedvelni Athéné, mint ahogy akkor a nagyhírű Odysseusra vigyázott Trója tövében, nem láttam, hogy bárkit olyan nyíltan szeret Isten, mint amilyen nyíltan segítette apádat Athéné. Hát ha aképpen akar kedvelni, s aképpen ügyel rád, lesz közülük nem is egy, ki felejteni fogja a nászát. Nestor elmeséli Télemakhosznak, hogy az apjával nagyon jó barátok voltak, továbbá elmondja neki Agamemnon meggyilkolását, a tengeri viharokat, meg ilyesmit. Viszont mivel Odysseus pontos hollétéről nem tud, azt javasolja neki, hogy menjen tovább Spártába. Rajta tehát csak eredj bárkádon a hű követőkkel, az úton isteni Spárta felé, hol a szőkehajú Menelaosz. Ott te magad kérleld, hogy amit tud, mondja ki nyíltan. Az bizonyos, hamisat nem mond, hiszen annyira elmés. Amikor Télemakhosz megérkezik Lakedaimonba, közismertebb nevén Spártába, akkor éppenséggel egy esküvő zajlott. Az egybekelő felek egyike Menelaosz lánya, a másik Achilleus fia. Megtudjuk, hogy Menelaosz hazatérése nem volt egyszerű. Megjárta Egyiptomot, Fárosz szigetét, olyan bárányokat látott, amiknek szarva volt, meg hasonlók. Aztán egyszer csak a teremben megjelenik egy nő. Nem más, mint a szépséges Helené. Tudjuk-e, Zeus táplált Menelaosz, hogy kik ez ifjak, miért jöttek, mit vallanak ők ide most palotánkba? Mert vagy igaz, vagy sem, de kimondani késztet a lelkem. Nem láttam soha még, aki bárkinek ennyire mása, sem férfit, sem nőt, ha tekintem, a bámulat elfog. Mint ahogy ez tűrő lelkű Odysseus gyerekének, Télemakhosznak mása, kit ő otthon csecsemőként hátrahagyott, mikor értem, az epszeműért ti akhályok Trója alá indultatok el véres viadalra. Szólt, és zokogás vágyat keltett vele mindegyikükben. Argoszi szép Helené zokogott, Zeus isteni lánya. Télemakhosz zokogott, s vele Atreides Menelaosz. Miután mindannyian zokogtak, Helené kitalálta, hogy a társaságot egy kicsit felvidítja. Tehát az italukba egy bizonyos varázsszert öntött, amitől hirtelen mindenkinek jó kedve támadt.
Ezután a következőket mondta. Mert sose tudnám mind elmondani, sorra nevezni tűrőlelkű vitéz Odysseus sok bajnoki tettét. Ám de mit is tett még, s mit tűrt ez a nagyszerű férfi Trója alatt, hol a sok bajt szenvedtétek akhályok? Elborította saját testét ott csúnya sebekkel, és vállára vetett rossz zsákot, mint aki szolga. Széles útú várába az ellenségnek ekép szállt. Így álcázta magát, hadd nézzék kéregetőnek őt. Így lépett be a várba, s a trószok mind gyanú nélkül szemlélték. Csak is én ismertem rongyaiban föl, kérdezgettem is. Ekkor mondta csak el mindazt, mit a népe kitervelt. Ekkor a többi trójai nő zokogott, de nekem már szíve örült, mert megfordult s vágyott hazatérni. És már bántam a vakságot, mire Afrodit évet rá. Íme, mit is tett még, s mit tűrt ez a nagyszerű férfi, bent a gyalult lóban, melyben mi a legderekabbak ültünk. Tudni kell azt, hogy mivel Homérosz nem vitte túlzásba a múlt kifejtését, engedtessék meg, hogy kiegészítsek ezt-azt. Ha valami olyasmiről beszélek, ami az Odüsszeiában nincs benne, akkor előtte szólok. Ez nincs benne. Először is, Achilleus és Deidamelia közös gyermeke volt Neoptolemosz. Achilleus halálát követően ő vezette a Myrmidónokat, és ő volt a falóban lévő 9 görög hős egyike. Ami Neoptolemosszal kapcsolatban még lényeges, hogy ő maga volt az, aki megölte Priamosz királyt. De nem csak ennyi, konkrétan Zeus oltára volt az, amin Priamosz királyt megölte. Ha az Iliász kapcsán figyeltél, akkor nem lesz meglepő, Neoptolemosz halála az nagyon durván hasonló lesz, őt is meggyilkolják majd, mégpedig Apollón oltárán. A másik, Helené azt állítja, hogy találkozott Odüsszeusszal, aki koldusnak volt öltözve. Trója pusztulásának 3 feltétele volt. Achilleus halála, Páris halála, illetve a Palladion megszerzése. A Palladion az egy szobor, Pallas Athéné képmása. Ez a szobor volt az, amit az istennő annó odaadott Ilosznak, és ezzel jelezte, hogy ott alapítson várost. Ezt a szobrot ki kellett hozni Trójából, ugyanis az ókori emberek életét elképesztő mértékben befolyásolta a vallás. A görögök úgy gondolták, hogy ez a szobor egyfajta mágikus természettel bír, tehát mindaddig, amíg az Trójában van, a város egyszerűen bevehetetlen. Mi sem volt egyszerűbb? Odysseus beöltözött koldusnak és egy társának segítségével sikeresen ellopták. Ami nagyon lényeges, hogy miközben Odysseus Trójában volt, találkozott Helenével. Pontról pontra elmondta neki, hogy a görögök mire készülnek. Szép Helené érvelése, miszerint szeretett volna már hazatérni Görögországba, igazán nagyszerű, csak hogy egy egész város pusztulását eredményezte. Több ezer trójai nő, gyerek és férfi életébe került az, hogy Odysseus terveit és kilétét titokban tartotta. Visszatérve az Odüsszeiához, Menelaosz a saját kalandjai során találkozott egy nagy tudású öreggel, az úgynevezett tenger igazszavú vénével, aki a következőket mondta. Laertész fia az, s Itakában lakja lakását. Egy szigeten láttam, szaporán hullatta a könnyét messze Kalypszó nimfa lakában. A nimfa erővel ott tartja, s nem tud hazaérni az otthoni földre, mert hisz nincs neki jó evezős bárkája, se társa, hogy hazajuttatnák a vizeknek tágterű hátán. Ez igazán zseniális, megtudtuk, hogy Odysseus hol volt utoljára. Télemachosz távol létében a kérők kieszeltek egy tervet. Antinosz nekik ekkor ekép szólt bosszúsan. Jaj, bizonyít nagy művet vittek végbe kevéjen. Télemachosznak ez útját, bár véltük sose lesz meg. Most hát fürge hajót kérek, 20 társal az útra, hogy neki csapdát állítsak, hogy keserű legyen apjáért tett tengeri útja. Penelope megtudta, hogy a kérők meg akarják ölni a fiát. Azonnyomban az istenekhez fordul, hogy védjék meg Télemachoszt. Szerencséje volt, ugyanis Pallas Athéné valamilyen okból kifolyólag nagyon kedvelte őket. Hálójába szállt be az ajtón, és odaállt a fejéhez, s hozzá így szavakat szólt. Alszol Penelope, és búsul kedves szíved egyre, csak hogy a gondtalan életű istenek azt sose hagyják, hogy sírj és keseregj, mert visszakerül fiad ismét. Télemachosz védelmezése mellett Athéné elment az Olümposzra, majd a következőket mondta.
Zeus atya és boldog, sose múló égi lakók mind, ki sem emlékszik már isteni jó Odüsszeuszra népe között, ahol úgy volt úr, mint jó szívű apjuk. Egy szigeten fekszik, s iszonyú nagy kínok emésztik, messze Kalipszó nimfa lakában. A nimfa erővel tartóztatja, s ezért nem tud hazaérni honába. Mert hisz nincs neki jó övezős bárkája, se társa, hogy hazajuttatnák a vizeknek tágterű hátán. S most meg akarják ölni fiát is, a hőn szeretettet. Zeus úgy vélte, hogy Athéné igazat szólt. Megparancsolta Hermésznek, hogy keresse fel ezt a bizonyos Kalipszót, és mondja meg neki, hogy Odüsszeuszt azon nyomban engedje szabadon. Itt csak úgy hozzáteszem, hogy Odüsszeusz fogságát nem kell szó szerint érteni. Kalipszó egy nimfa. A nimfák lényege, hogy képzeld el a szerinted legszebb nőt a világon, és őt szorozd meg olyan 2,18-al. Odüsszeusz rabságát úgy kell értelmezni, hogy ezzel az elképesztően gyönyörű istennővel kell hálnia, ezen kívül teljesen szabad. Tehát érted? Kalipszó mindenek előtt meglepődik, aztán megsértődik. Azt állítja, hogy az istenek irigyek rá, illetve Odüsszeusznak felajánlotta, hogy el nem múlóvá teszi. Azonban Kalipszó tisztában van azzal, hogy Zeus szava az nem egy lehetőség, hanem parancs. Tehát engedelmeskedik, és az idézőjeles rabságban tartott Odüsszeuszt szabadon engedi. Ülve találta a parton. Nem szárad soha könnye, élete édes tartama így folyt el. Hazavágyott bánatosan, mert már nem tetszett néki a nimfa. Most odaállt mellé, s ezt mondta az isteni asszony. Rajta tehát, dönts nagy szálfákat, vedd a szekercét, s készíts véle tutajt. S én eledelt, vizet és elegendő vérszínű bort is hordok rá, hogy az éhet, a szomjat tőled elűzze. És köntöst is adok, szelet is támasztok előre, hogy sértetlenül érj el egészen az otthoni földig, hogyha az istenek óhajtják. Hogyha azonban a szíved tudná, mennyi siralmat kell még eltűrnöd, mielőtt végképp hazaérnél, akkor nem mennél. Őriznéd véleme házat, és örök életűvé lennél. Odüsszeusz tutaja 4 napig készült, és az 5. napon útra kelt. 17 napig járta a tengert, mire feltűnt előtte Szkéria, a fajákok hazája. Ám amikor már úgy tűnt, hogy minden rendben van, Poszeidon meglátta őt, és elképesztően mérges lett. A tengerek istene nem felejtette el, hogy Odüsszeusz mit művelt a fiával. Szólt, és fellegeket gyűjtött, feldúlta a tengert, kézbe vevén szigonyát, minden viharát kizavarta mindenféle szeleknek, a felhőkkel betakarta egybe a földeket és vizeket, s észállt le az égből. Ekkor Odüsszeusz térde, s a kedves szíve elernyett, s felsóhajtva eképpen szólt nagy lelkű szívéhez. Estem volna elén, töltöttem volna be sorsom aznap, amint legtöbb hegyes érckelevészt hajították Trója vitézei rám, körülötte a holt Achilleusnak. Ez az Odüsszeiában nincs benne. Mint említettem, Trója pusztulásának 3 feltétele volt, abból az egyik Achilleus halála. Mégis miért kellett meghalnia? Nos, kérlek szépen, az történt, hogy Hektor halálát követően a trójaiak kitalálták, hogy ideje lenne békét kötni. Ezt úgy akarták megvalósítani, hogy Menelaosz királynak tettek egy ajánlatot. Pontosabban egy házassági ajánlatot. Priamosz királynak volt egy lánya, nevezetes Polyxeiné, és úgy gondolta, hogy ha Menelaosz egyszerűen lemond Helenéről, akkor cserébe megkapja a lányát. A trójaiakkal folytatott 10 éves háború a görögök számára meglehetősen fárasztó volt, szóval Menelaosz úgy döntött, hogy nagyon komolyan megfontolja. Már-már beleegyezik. Mindeközben történt még egy fontos dolog, ugyanis Hektor halálát követően Achilleusnak folyamatosan rémálmai voltak. A rémálmai arról szóltak, hogy az általa meggyalázott Hektor, illetve Patroklosz arcai összemosódtak. Ezeknek a rémálmoknak a pontos jelentését nem tudom, viszont véleményem szerint vagy azt jelentik, hogy a háborúban szemben álló felek arányosan rengeteget szenvedtek, vagy azt, hogy Achilleusnak egyszerűen bűntudata volt. Achilleus megtudta a trójaiak tervét, és az egyik napon teljesen véletlenül meglátta a nőt. Úgy gondolta, hogy Menelaosz beleegyezését kikérni az egy dolog, de Polyxeinétől senki nem kérdezte meg, hogy szeretne-e hozzá menni Menelaoszhoz. Ez a nő rendkívül gyönyörű volt,
Szóval Achilleus titokban üzenetet küldött Priamosnak. Az üzenet tartalma az volt, hogy amennyiben Polyxeiné szeretne hozzámenni feleségül, tehát nem Menelaoshoz, hanem Achilleushoz, akkor 2 nap múltán menjen el arra a helyre, amit az üzenetben leírt. Mondanom sem kell, Polyxeinné semmit sem szeretett volna jobban. Apró kiegészítés, Achilleus a jó szándék értelmében fegyvertelen lesz. 2 nappal később a trójai hercegnő 2 testvérének kíséretében elindult. Az egyik kísérője Páris volt, aki nem igazán bízott meg a görögökben, tehát magával vitte az íját, hogy esetleg felmerülne valami probléma. A görög táborban Aias és Diomedes megfigyelték, hogy Achilleus fegyvertelen, tehát úgy gondolták, hogy követni fogják. Amikor Páris meglátta, hogy Achilleus mögött érkezik 2 talpig felfegyverzett katona, Apollón megfogta a kezét, elővette az íjat és Achilleus sarkát keresztül lőtte. Itt a paradox. Apollón azt akarta, hogy Trója megmeneküljön. Mégis miért ölte meg Achilleust, aki pontosan a békét akarta megteremteni? Roppant egyszerű, bosszúból. Ez volt Apollón bosszúja, amiért Achilleus megölte és meggyalázta Hektort. Egyébként még véletlenül se gondold azt, hogy ez a házasság valaha is megtörtént volna. Nem szabad elfelejteni, hogy a trójai háború mégis miért kezdődött el. Héra és Athéné még mindig nem álltak bosszút, tehát ha a trószok és az akhályok békét kötnek, akkor Trója nem fog elpusztulni. Szóval ha Apollón úgy döntött volna, hogy Achilleusnak megkegyelmez, akkor feltehetőleg vagy Héra, vagy Athéné lettek volna azok, akik helyette megölik. Trója bukásának már csak egyetlen feltétele volt, ami nem más, mint Páris halála. Visszatérve a jelenbe, Odysseus isteni segítséggel sikeresen megmenekült. Athéné terve a következő volt. Felkeresi a fajákok királyának lányát, ráveszi őt, hogy menjenek el a patakhoz mosni, és ennek okán a hercegnő találkozik Odysseusszal. Így is történt. Rettenetesnek tűnt fel előttük a tengeri habtól Rútan. Csak maga Nausika várt, mert szívébe Athéné merszettett, és tagjaiból kiemelte a félést. Szembe tekintve csak állt, Odysseus meghányta vetette. Átkulcsolja-e térdeit, úgy könyörögjön a lányhoz, vagy csak a távolból hízelgő szókkal esengjen, hogy városba vezetné tán, és adna ruhát rá. Nausika elmondja Odysseusnak, hogy ez a fajákok szigete, és ennek a népnek a királya, az ő apja, Alkinos. Miután Odysseus megfürdött és tisztességesen felöltözött, Athéné ismét közbelép, majd nagyobbá, szebbé és erősebbé teszi őt. Hallgasd meg szavamat, pajzsos Zeus gyermeke, győztes! Tedd, hogy a faják nép szívesen s könyörülve fogadjon. Így szólt ő könyörögve, meg is hallgatta Athéné. Mégse jelent meg előtte, mivel tisztelte erősen édes nagybátyját, ki gyűlölte lobogva szüntelen isteni hős Odysseust, valameddig csak haza nem tért. Odysseusnak fogalma sem volt arról, hogy a fajákok milyen emberek. Athéné ismételten megjelent előtte, és a következőket mondta. Arété, s ezt vette nagy Alkinosz feleségül, s úgy tisztelte, ahogy még senkit a földön a nők közt. Őt mindenki szívéből így nagy tisztelet éri, kedves gyermekei, s maga Alkinosz becsülik mind, és az egész nép, mint Istenre tekintenek őre, üdvözlik fennen, ha a városnak veszi útját. Hogyha az ő szívében irántad jó akarat kél, újra remélheted azt, hogy látod a kedveseid még. Odysseus felkeresi Arété királynét, és könyörög, hogy segítsen neki hazajutni. A faják vezetőknek feltűnik, hogy Odysseus azokat a ruhákat viseli, amik Nausika tulajdonában voltak. Úgy gondolták, hogy a hercegnő meg Odysseus valamilyen barátok lehetnek, tehát Alkinosz azonnal lakomát rendez, majd Arétéval együtt elkezdenek kérdezősködni. Van bizonyos sziget, ó Gügyé, jó messze van a vízben, ott Atlasznak a lánya cseles, szépfürtű Kalipszó él. Félelmetes istennő, akihez soha nem jár látogatóba sem égi lakó, sem földi halandó. Engem azonban a búsat a Daimon tűzhelye mellé vitt el, mert ragyogó villámmal fürgehajómat Zeus szétszelte.
és jó társaim akkor mind oda vesztek a vészben, ám én átkulcsolva a görbült gája gerincét, hosszú 9 napon át hányódtam. Végre Vakélyben Ógügyié szigetére vetettek az istenek, és ott rettenetes szép fürtű Kalipszó sok szeretettel és szívesen fogadott és táplált. Mondta, hogy engem még örök életűvé is tesz, s örökös fiatallá, csak hogy az én szívemet kebelemben meg nem igézte. 7 álló esztendeig éltem nála, keserves könyvbe füröztöttem, mit kaptam, az isteni köntöst. Ám hogy az esztendők fordultak, a 8. eljött. Ő maga küldött akkor végre hazámba. Talán mert Zeusztól jött üzenet, de talán szíve szándoka fordult. 10 és 7 napon át jártam tutajommal a tengert, ám azutáni napon föltűntek a földetek árnyas szép hegyei, s megörült kedves szívem ennek erősen. Megtudtuk, hogy Odysseus azonokból került Ógügyié szigetére, mert hogy Zeus szétzúzta a hajóját. Már majdnem elértünk az egész utazás elejére. Alkinosz, a fajákok királya megszánja Odysseust, és ha bár még fogalma sincs arról, hogy ő kicsoda, azt javasolja, hogy amennyiben maradni szeretne, házat és vagyont ad neki. De amennyiben menni akar, aludjon és másnap hazajuttatja. Azonban, ha bár Alkinosz megígérte, hogy Odysseust biztonságban hazajuttatja, még mindig nem tudja, hogy hová. Athéné Alkinosz alakjában összehív egy gyűlést. Ekkor a kedves dalnokot is bevezette a hírnök. Azt, kit a múzsa kegyelt, s akinek jót, s rosszat is osztott. Mert elvette szemét, de adott neki mézízű dallást. Majd miután elverték végül az éhet, a szomjat, hősök híréről késztette dalolni a múzsa Démodokoszt. Közben Odysseus nagy bíbor köpenyét fogván fölvont a fejére izmos 2 kézzel, s vele szép arcát betakarta. Senki se látta ugyan közülük, hogy csordul a könnye. Észre csak Alkinosz maga vette, amint oda nézett, és a nehéz sóhajt hallotta az oldala mellett. A lakoma végeztével Alkinosz azt javasolja, hogy rendezzenek versenyeket, hogy majd amikor a vándor hazatér, elmondhassa, hogy a fajákok mennyire tehetségesek. Odysseus legyőzi őket súlylökésben, az egyik faják főúr megsérti, aminek következtében Odysseus majdnem megöli őt, de aztán Alkinosz azt javasolja, hogy vacsorázzanak meg, és a versenyeket koronázzák meg egy kis dallal. Ő meg a hurba kapott, s kezdett izzengeni szépen. Onnan fogva miként vágtak sok jó padúgáján útnak az argosziak, tüzet is hogyan dobtak a tábor sátraira, s mások már ültek a híres Odysseus mellett rejtőzködve a lóban, a trójai téren, mert hisz a trójaiak vonszolták azt fel a várba. Ott állt hát a faló, körülötte zavart fecsegéssel ültek a trószok, a szándékuk 3 fele oszlott. Vagy hegyes ércel a lóüregét átütni azonnal, vagy fölvonni a csúcsra, lelökni a sziklatetőről, vagy bűvös bálványként adni az égi lakóknak. Végül is ennek kellett mennie teljesedésbe. Végzete volt ugyanis, hogy vesszen Trója, ha egyszer ezt a lovat befogadta, amelyben a legderekabbak ültek, csúnya halált, s vészt vive a trójaiakra. Zengte, hogyan dúlták fel a várat a harcos akhályok, leshelyük öblét elhagyták, kizúdultak a lóból. És elzengte, mint tört bajnok Odysseus, mint maga Árész, s véle az isteni hős Menelaosz. Legszörnyebb harcot mondotta, hogy ott indított, s győzött, mert nagy lelkű Athéné megsegítette. Odysseusszal kapcsolatban lényeges, hogy őt nem véletlenül nevezték cselekhez értőnek. Nagyon kedvelte, hogy megismerjen valakit, mielőtt az a valaki megismerte volna őt. Senki se látta ugyan közülük, hogy csordul a könnye, észre csak Alkinosz maga vette, amint oda nézett és a nehéz sóhajt hallotta az oldala mellett. Hát hallgasson a lant, inkább mindnyájan örüljünk, háziak és vendég, sokkal szebb, hogyha ez így van. Éppen ezért te se rejtsd gondolatokkal azt, amiről kérdezlek. Sokkal szebb, ha kimondod. Áruld el nevedet, mi apád meg anyád szava hívott, és kik a városodat lakják, s körülötte lakoznak. Mert olyan ember nincs, akinek neve semmi ne volna, sem hitvány, se nemes, miután már megszületett. Mert néki, ha megszülték, a szülők nevet adnak azonnal. A 9. énekben megtörténik, hogy Odysseus végre valahára felfedi a kilétét, és elkezdi ecsetelni, hogy hogyan kezdődtek a gondok. Trója feldúlását követően a saját seregével elértek egy szigetet, amin az úgynevezett kikonok lakoztak. Odysseuszék majdnem mindenkit megölnek,
Elfognak néhány rabszolgát, majd Odysseus intésének ellenére az emberei elkezdtek lakomázni. És átkiabáltak a megmenekült kikonok kikonoknak közben, akik szomszédosak és többek, s derekabbak. Szárazföldi lakók jól értik a harci szekérről vívni a küzdelmet, s értik gyalog is, ha gyalog kell. Jöttek ezek, mint jő a levél, a virág, ha tavasz kér, hajnalban. S ekkor Zeus csúfos végzete sújtott bennünket, nyomorultakat, és nagy bajba jutottunk. Rendbe fölállva csatát ott vívtak a fürge hajóknál. Onnan előre hajóztunk hát, keseregve szívünkben, mert örömest éltünk, de derékfiakat vesztettünk. Odysseus flottájának mérete a kikonokkal történt csatát követően mindösszesen 12 hajó. Ezt a hajóflottát megtámadja egy hatalmas vihar, aminek következtében kénytelenek kikötni. Megérkeztek egy új szigethez, aminek a lakosságát úgy nevezték, hogy lótuszevők. Odysseus elküldt 3 felderítőt, hogy nézzék meg, mivel állnak szemben. A probléma csak annyi, hogy ők is megízlelték a lótuszt, és onnantól kezdve már nem csak felderíteni, de hazamenni sem kívántak. Őket sírtak bár, a hajóra vezettem erővel, és evezőpad alá lekötöztem. Többi deréktársamnak utána parancsomat adtam, hogy mind szálljon a fürge hajókra sietve, nehogy még más is egyék közülük lótuszt, s hazatérni feledjen. A lótuszevők szigetét elhagyván kikötnek egy másik szigeten. Ekkor még fogalmuk sem volt arról, hogy ez a sziget lesz az, ami mindnyájukat halhatatlanná teszi. A helyi lakosságról azt kell tudni, hogy ők egy kivételével mindannyian Uránosz gyermekei. A küklopszok lényege abban rejlik, hogy nem csinálnak semmit, de mégis mindenük megvan. Az istenek gondoskodnak arról, hogy legyen termésük, legyen ételük, italuk, nincs törvényük, és egymással nem igazán foglalkoznak. Ha azt kérdeznéd, hogy az ingyenélésüknek mégis mi az oka, kérlek szépen, a küklopszok hajdanán segítettek az isteneknek, hogy legyőzzék Kronoszt. Miután Odysseuszék aludtak egyet, másnap elindultak felfedezni. A felfedezés eredményeképpen találtak egy barlangot, amiben láttak egy óriási valamit. Ekkor a többi nagyon szeretett társ kapta parancsom. Várjon a bárkánál Mireánk, s őrizze a bárkát. Én magam indultam tüstént, kiszemelve 12 legderekabb társat, s börtömlőt töltve meg édes éjszínű borral. Ebből vittem a nagy teli tömlőt, s útravalót is egy zsákban, mert hős lelkem sejtette előre, hogy szilaj ember jön, nagy erővértjével övezve, és sem igazságot, sem törvényt nem tud a szíve. Amikor Odysseuszék visszatértek a barlanghoz, megfigyelték, hogy a hatalmas lény éppenséggel a nyáját viszi legelni. A barlangjában nem volt semmi izgalmas, csupán az, amit az állatok adtak. Tej, sajt, gyapjú, mi egymás. Odysseus társai azt javasolják, hogy fogják meg a sajtot, meg mindent, ami a barlangban található, és vigyék el a hajóikhoz. Odysseus azonban roppant kíváncsi volt, hogy a barlang tulajdonosának mégis milyen a természete. Jaj, nem volt kedves, mikor eljött embereimhez. Ott tüzet is gyújtván áldoztunk, majd mi magunk is hozzálátva a sajtból ettünk, s ülve bevártuk ott benn, míg hazajött a juhokkal. Hozta a súlyos terhet, a száraz fát, hogy azon főzhesse az ételt, majd az üreg földjére ledobta goromba robajjal. És mi remegve behúzódtunk az üreg zugolyába. Most a kövér nyájatták barlangjába terelte, mindet a hányat fejni szokott. De a hímeket ott kínhagyta kerítés közt, a bakot meg a kost valamennyit. Majd elzárta a nyílást roppant kővel, amelyet jól a magasba emelt. De 22 négykerekű jó földi szekér sem mozdítaná el azt a helyéből. Így roppant meredek sziklával zárta a nyílást. Miután a küklopsz befejezte az állatok megfejését, tüzet gyújtott és megpillantotta a betolakodókat. Odysseuszék pofa nélkül megették a sajtot, megitták a tejet, tehát cserébe a küklopsz megeszi a vendégeket. Ostoba vagy vendég, vagy messziről érkezhettél? Azt akarod, hogy az isteneket tisztelve remegjem? Tudd meg, a küklopszok Zeusszal csöppet se törődnek. Más istennel sem, mert sokkal több a hatalmunk. Zeus mérgétől tartva bizony sose kímélnélek téged s társaidat, ha nem indít erre a lelkem. Mondd meg azonban, hol tartod jó mívű hajódat? Messze a parton, vagy közelemben? Hadd tudom én is.
Odysseus azt feleli, hogy Poseidón minden hajójukat szétzúzta. A küklopszot ez nem igazán hatotta meg, megfogott kettő férfit, néhányszor földhöz verte őket, majd szépen feldarabolta és nekilátott vacsorát készíteni. Odysseus tisztában van azzal, hogyha a küklopszot esetleg sikerülne is megölniük, akkor is meghalnak, ugyanis a barlang bejáratát elzáró követ nem tudják elmozdítani. Ott az akol közelébe hevert neki szörnyű dorongja, egy még zöld, nagy olajfa dorong. Ezt vágta ki, hogyha száraz lesz majd hordja. Hát odaléptem, jó ölnyit vágtam le belőle, és odaadtam, hogy meghántsák, embereimnek. Ők simára faragták, én kihegyeztem a végét. Mellé állva, utána tüzessítettem a lángon. A rákövetkező napon a küklopsz hazaér, ismételten megfeji a kecskéket, majd megfőz kettő embert. Ekkor Odysseus kitalálta, hogy egy kicsit elkábítják. Ugyanis mennyivel ízletesebb lenne az emberhús, hogyha inna hozzá egy kis bort? Ezt mondtam, s átvette, megitta, örült neki szörnyen, itta az édes italt, s aztán kért újra belőle. Adj még jó szívvel, s a neved mondd meg nekem egyben, hadd adjak vendégi ajándékot, hogy örüljél. Így szólt, én meg a lángszínű bort adtam neki újra. Adtam háromszor, s ő annyiszor itta ki balgán. Majd miután az agyát az ital már elborította, válaszomat mézes szókkal neki adta meképpen. Küklopsz, kérdezted híres nevemet. Nos a halljad, megmondom, s te ajándékozz meg, ahogy megígérted. Senki se, ez nevem. Így hívnak, hogy senki se. Mint említettem, Odysseus nagyon szeret megismerni valakit, mielőtt az a valaki megismerné őt. A küklopsz ajándéka nem más, mint hogy senki se lesz az, akit utoljára fog megenni. Miután sikeresen részeg lett, lefeküdt aludni. Odysseus ékekkor kihasználják a lehetőséget, a kihegyezett olajfadorongot beleteszik a parázsba, majd miután kellően forró lett, beledöfik a küklopsz egyetlen szemébe. Mint amidőn a kovács nagy fejszét, szörnyű szekercét edzeni márt a hideg vízbe, s hallatszik a vasnak hangos jajszava, mert nagy erőt ettől kap a jó vas. Néki olajfadoron körül úgy sziszegett szeme akkor. Szörnyű nagyot jajdult, visszhangzott körben a szikla, s küklopsz társaihoz felüöltött, kik körülötte laktak a szellős csúcsok alatt, barlangok ölében. Hallották a kiáltást, jöttek is innen amonnan, és barlangja előtt kérdezték, hogy mi baj érte. Hát mi baj ért, Polüfémosz, mondd, hogy eképpen üvöltesz. Nékik a barlangból így szólt az erős Polüfémosz. Társak, senki se öl meg csellel, senki erővel. Ők meg a választ így adták szárnyas szavaikkal. Már ha magad vagy egészen, s nem bánt senki erővel, Zeusztól jő nyavaját, kikerülni bizaszt lehetetlen. Rajta tehát, könyörög te Poseidónhoz, apádhoz. Így is történt, Polüfémosz apja nem más, mint a tengerek istene, Poseidón. Mivel Odysseus története javarészt a tengeren zajlik, még az is lehet, hogy ennek lesz majd valami jelentősége. A megvakulására való tekintettel Polüfémosz kitalálta, hogy Odysseuszék egészen biztosan megpróbálnak majd elmenekülni, tehát pusztán annyi a teendője, hogy leül a bejárathoz. Odysseusz erre azt gondolta ki, hogy egybekötnek három kost, azoknak rákapaszkodnak a hasára, és nemes egyszerűséggel ők is elmennek legelni. Miután sikeresen megmenekültek, és Polüfémosz minden egyes állatát ellopták, tengerre szálltak, de Odysseusz visszakiáltott neki. Úgy kellett, hogy elérjen a csúfos baj, te kegyetlen, házadban vendégeidet fölfalni se féltél. Most bosszult áll rajtad Zeus, meg a többi nagy isten. Ezt mondtam, s ettől csak nőtt a haragja szívében. Egy nagy hegy csúcsát leszakítva hajónkra vetette, és a sötét orrú bárkának elébe esett az egy kicsivel csak, s kis híján súrolta a kormányt. Amikor már nagyjából biztonságos távolságban voltak, Odysseus ismét visszakiáltott neki. Küklopsz, hogyha tán megkérdi egy ember a földön, hogy történt a szemednek csúfos megvakítása, mondd, hogy a városokat dúló Odysseus vakított meg. Laertész fia ő, Itakában lakja lakását. Itt ugye felmerül a kérdés, hogy Odysseus valóban okosnak mondható-e? Minden esetre Polüfémosz elkezdett könyörögni. Haj te Poseidón, földtartó, kékhajú isten, hogyha fiad vagyok én igazán, s azt vallod apám vagy, add, hogy a várdúló Odysseus haza már sose jusson.
S hogyha a végzete az, hogy lássa szeretteit ismét, s jól épült házába kerüljön, az otthoni földre, hát legalább bajosan, későn és társai nélkül mások bárkáján tegye, s otthon bajra találjon. Szólt könyörögve, meg is hallgatta a kékhajú isten. A Küklopszal történt balhét követően Odysseuszék eljutnak egy másik szigetre, aminek a tulajdonosa nem más, mint Aiolos, a szelek királya. Egy hónapig voltak a vendégei, azonban Odysseuszékat ekkor már nagyon kínoszta a honvágy. És miután már én kértem, hogy utamra eresszen, s küldjön, nem mondott nemet, és volt gondja utamra. Nyúzva 9 éves marhát idatta a bőrét, és a süvítő sok szél útját mind belezárta. És üreges bárkámra ezüst fonalával a tömlőt jól lekötözte utána, hogy egy kicsikét se szeleljen. És egyedül csak a lenge Zefirt küldötte utamra, hadd vigye gályánkat, s mi magunkat. A végzet azonban más volt, mert a magunk butasága okozta a vesztünk. Tehát Aiolos adott nekik egy tömlőt, amibe elzárta a szeleket. 9 napig hajóztak, majd a 10. napon megpillantották Ithakát. Mivel Odysseus nem mondta el a társainak, hogy mi van a tömlőben, azok kíváncsiak lettek. Kitalálták, hogy megnézik maguknak. Amikor már majdhogy nem megérkeztek, és a szemük előtt volt a hazájuk, kinyitották a tömlőt, és az abban elzárt szelek nyílegyenesen visszafújták őket oda, ahonnan indultak. Nagyon lényeges, ez Odysseusnak egy akkora csapás volt, hogy majdhogy nem öngyilkos lett. Habár az első alkalommal nyájas volt, Aiolos most rendkívül haragossá vált. Menj a szigetről gyorsan, legnyomorultabb ember! Isteni törvény tilt befogadni, vagy útra vezetni azt, kit az égbeliek boldog szíve ennyire gyűlöl. Menj, mert hisz bizonyára haragjuk vert ide vissza. A következő megállójuk a Laisztrügónok szigete. A Laisztrügónokkal kapcsolatban 2 dolog fontos. Óriások és emberevők. És hogy a pompás házba beléptek, láttak egy asszonyt, akkora volt, mint egy hegycsúcs, iszonyodva csodálták. Az meg a gyűlésből hazahívta urát, ama híres Antifatészt. Fogta az egyik társamat, és lakomára levágta. 2 meg kiszökött, s a hajókat futva elérte. Ő meg a városon át kiabált, meghalva a hangját jöttek a roppant Laisztrügónok már minden irányból, rengetegen. Nem is emberek, inkább szörnyű gigászok. 12 hajóval indultak, mostanra csak egy maradt. A következő megálló a sokszínűség kedvéért ismételten egy sziget. Első látásra olyan volt, mint az összes többi. A vendégek számára teljesen ismeretlen. A hősök 2 napot pihentek, majd a 3. füstöt láttak a távolban. Odysseus elhatározta, hogy lakomáznak egyet, majd kiküld néhány felderítőt. Jó lábvértes társaimat 2 részre elosztva, mindkét résznek egy-egy vezetőt rendeltem azonnal. Én magam egyik, s másik az isteni Eurylükhosz volt. És ezután sorsot ráztunk sisakunkba, sietve, sorsa kiszökkent onnan a nagyszívű Eurylükhosznak. Útnak eredt, s a 22 társ vele, nagy zokogással sóhajtozva maradtunk ott mi, a hátrahagyottak. Eurylükhosz csapata megpillantott egy házat. Ez a ház első ránézésre is gyanús volt, ugyanis körülötte farkasok és oroszlánok éltek. A ház tulajdonosa egy meglehetősen tréfás istennő, nevezetes Kirké. Az ő házi állatai mindannyian szelídek, illetve még egy kis apróság, egykoron mindannyian emberek voltak. Áltak a széphajú istennő Kirké kapujában, s hallották, hogyan énekelő odabent gyönyörűen, még nem enyésző nagy vásznatsző, mely ragyogó szép és könnyű, amilyen csak az istennők kezeműve. Hát legelőször az emberek elseje mondta, Politész, legjobban szeretett társam valamennyi barát közt. Kedveseim, valamely nő ott benn nagy szövetetsző, és dalol is szépen, visszhangos tőle a padlat. Istennő vagy nem, szólítsuk fennen azonnal. Eurylükhosz volt az egyetlen, aki kívül maradt, hiszen gyanította, hogy valami nem stimmel. Kirké rendezett egy hatalmas lakomát, sajtot szolgált, mézet, bort, illetve a borba egy kis mérget. És miután odaadta, kiitták, nyomban utána vesszővel megcsapta, s az olba terelte be őket.
Hát disznófeje és sörtélyes hangja alakja lett valamennyinek, ám de eszük, mint addig olyan volt. Mind ott sírtak a zárt olban, kirkémeg elébük erdei makkot szórt, hogy egyék, mert hisz a földön fetrengő kanok ezt teszik egyre. Eurylokhosz visszafut a hajóhoz, és elmeséli Odysseusnak, hogy mi történt a társaival. Odysseus kitalálja, hogy ezt a fajta varázslatot a saját szemével is látnia kell. Útban Kirké háza felé megjelenik előtte Hermész, és a következőt mondta. Azt se tudod, hol jársz. Kirkénél vannak a társak, mint disznók. Őket akarnád megszabadítani. Még te magad sem térsz haza, azt hiszem én, hanem ott senyvedsz velük együtt. Csak hogy a bajból én kiragadlak, megszabadítlak. Vedd a varázsfüvet át, és ebben lépj be a házba. Ez veszedelmed napját elhárítja fejedről. Kirké rettenetes cseleit tudtodra adom most. Kirké készíteni fog Odysseusnak egy mérgezett italt, de Hermész varázsfüvének köszönhetően hatástalan lesz. Ezután Kirké rá fog csapni Odysseusra egy bottal, de ekkor Odysseusnak elő kell rántania a kardját, és úgy kell tennie, mintha az istennőt meg akarná ölni. Kirké ekkor megijed, és Odysseust az ágyába hívja. Ez tényleg így van, együtt kell hálnia vele, de meg kell lesketnie, hogy ettől fogva befejezi a tréfát. Így is történt. Így szólván, ideadta az argoszölő a növényt is. Földből tépte ki, és mindent jól megmagyarázott. Éjszínű volt a gyökér, és tejszínű volt a virága. Istenek úgy nevezik, hogy mólű. Kiásni nehéz ezt földi halandónak, de bizony mindent tud az Isten. Miután megtörtént a, nevezzük rituálé, és Odysseus sikeresen teljesítette a férfiak kötelességét, Kirkével együtt leültek lakomázni. Azonban Odysseus nem iszik, és nem is eszik. Kirké, volna-e tisztességes férfi, aki tudna enni meg inni nyugodtan, amíg meg nem szabadulnak kedves társai, s ő azokat nem látja szemével? Hogyha tehát igazán akarod, hogy igyam, s lakomázzam, old fel az én jó társaimat, hogy lássam is őket. Miután visszaváltoztatta a felderítőket, Kirké azt javasolja, hogy Odysseuszék menjenek vissza a hajóhoz, és a többi társukat is hozzá kell lakomázni. Így is történik. Kirké kerek egy évig lakomáztatja őket, mindenki boldog, aztán lassan kérdezgetni kezdték, hogy mégis mikor indulnak már haza. Kirké azt mondta, hogy elengedi őket, ráadásul adott nekik egy tanácsot. Csak hogy előbb egy más utat is kell járnotok. El kell Hádész házához, s riadalmas Perszefonéhoz mennetek innen. A tébai vakjós Teiresziasznak lelkét kérdenetek. Tudatát ő őrzi egészben. Eszmélést egyedül neki nyújtott Perszefoné holta után is. Odysseuszéknak meg kell keresniük Perszefoné tenger szélén található ligetét, ott ásniuk kell egy gödröt, amit meg kell tölteniük tejjel, mézzel, borral, vérrel és vízzel. Ennek a célja nem más, mint hogy megidézzék a halottakat, és megidézzék a vak jós, Teiresziaszt is. Ekkor a jós maga jön majd hozzád, nép vezetője, és megmondja utad, megmondja az útnak a hosszát, azt is, hogy hogyan érsz haza majd a halas habon által. Amikor Odysseuszék már készen álltak az indulásra, észrevették, hogy az egyik társuk, nevezetes Elpinor, hiányzik. Meg is találták, Kirké házának a tetején volt, mégpedig elképesztően részegen. És hogy fölkerekedtek azok, s hallotta a lármát, hirtelen és hevesen pattant föl, s arra se gondolt visszafelé, hova lépjen a hosszú létra fokára. Hát fejjel lefelé lezuhant, és eltörte nyakát. Hádész hosszált le a lelke. Elérkeztünk az Odüsszeia véleményem szerint legjobb részéhez, ami a 11. ének Nekülja. Odysseuszék elérik a tenger szélén található ligetet, amit Kirké kijelölt a céljuknak. Engesztelve a holtak népét jámbor imákkal, fogtam az állatokat, nyakuk elmetszettem azonnal. Folyt feketén a gödörbe a vér, gyülekeztek az elhunyt holtak lelkei mély erebozból, sűrű sereggel. Ifjú menyasszonyok, ifjak, gyötrött életű aggok, friss bánattal a lelkükben szép zsenge leányok, és sokan ércmívű dárdával megsebesített elhult harcosok is. Foltos volt vértjük a vértől. Mind oda gyűltek az árok mellé, innen-amonnan, szörnyű zsivallyal. Sápat félsz ragadott meg azonnal.
Ekkor a társaimat noszogatva kimondtam. A kostis és a juhot, melyek ott, a vadérctől sújtva hevertek, nyúzzák s égessék meg. Az isteneket megimádván, szörnyű erős Hádészt, s riadalmas Perszefonét. Én meg a combom mellől rántva ki jóhegyű kardom. Ott ültem, nem eresztve erőtlen holtseregekből senkit a vérhez, amíg nem szóltam Teiresiasszal. Az első halott, akivel Odysseus beszélgetni kezd, a korábbi társa, Elpenor. Elpenor könyörgött Odysseusnak, hogy térjenek vissza Kirkéi szigetére, rendezzenek számára egy tisztességes temetést, és tegyék mellé a fegyvereit is. Így is lesz. A második halott, akivel Odysseus találkozik, nem más, mint a saját anyja, Anticleia. Hát mikor itt láttam, szívemben számva zokogtam, s még így sem hagytam, bármennyire fájt is a szívem jönni a vérhez, amíg nem szóltam Teiresiasszal. Végre közelgett lelke a tébai Teiresiasznak, szép aranyos bottal, rám ismert, szólt is azonnal. Menj a gödörtől már, és vondd el a jóhegyű kardot, hadd ízleljem a vért, és mondjak néked igaz szót. Teiresias jóslata felbontható 6 részre, amikből az utolsó 2 az Odüsszeiában nem fog megtörténni. Az első, Odysseus hazatérését az istenek szörnyűvé teszik, ugyanis megvakította Polifémoszt. A második, lesz majd egy pillanat, amikor Odysseusnak fékeznie kell a saját, illetve a társai lelkét is. A harmadik, amennyiben Héliosz legelőteheneire rátalálnak, azokat semmilyen körülmények között sem szabad bántani. Máskülönben Odysseus hajója és társai mind odavesznek. A negyedik, amennyiben hazaér, ott férfi sereg várja, akik mind a feleségét akarják megszerezni. Ha a kérőket megölte, vegyen fel egy evezőt és keresse meg azokat, akik sose látták még a tengert. Az ötödik, amennyiben szembe jön vele egy vándor és azt mondja, hogy Maxóró a lapát, amit a fényes vállán hordoz, az evezőt szúrja a földbe, és minden istennek egyenként áldozzon. A hatodik. A tengerről jő majd a halálod, gyöngéden közelít hozzád, és könnyű öregség végén sújtsak rád, amidőn körülötted a néped boldogan él. Ezt mondom néked igaz szavaimmal. Odysseus megköszöni a jóslatot, azonban mindenképpen beszélni kíván az anyjával. Teiresias elmondja neki, hogy ha egy halott megízlelheti a vért, akkor fel fogja őt ismerni. Az anyja elmondja neki, hogy Penelope otthon van, egészséges, de nagyon szomorú. Odysseus édesapja a tanyájukon él, a ruházata emlékeztet egy koldusra, és soha nem megy be a városba. Egyébként Anticleia halálának az oka a fia utáni vágyakozás volt. Így szólt, s én a szívemben fontolgatva akartam elhunyt édesanyám lelkét a karommal ölelni. Háromszor nekiindultam, vágyódva erősen, háromszor surrant ki kezemből, mintha csak árnyék s álom volna. Perszefoné, Hádész hétvégi felesége, oda küld egy seregnyi asszonyt. Odysseus mindegyikükkel beszélni akart, tehát úgy döntött, hogy egyessével meghallgatja őket. Azonban, mivel nem mondanak semmi elképesztőt, maradjunk a lényegnél. Phaidrát és Prokiszt láttam, meg a szép Ariadnét, fondor lelkű Minosz lányát, Thészeusz, akit egykor Krétából kívánt szentelt földjére Athénnak vinni, de ott nem örült neki, Artemis ölte meg útján. Mindegyiket már nem sorolom föl, nem nevezem meg, hány hősnek láttam feleségét és a leányát, mert hisz előbb elfogyna az isteni éj. Visszatérve a jelenbe, Areté megkérdezi a faják nagyurakat, hogy milyennek ítélik meg Odysseust. Alkinosz, a királyuk, a következőt mondja. Te bizony sose látszol olyannak előttünk, mint a csalók, a ravasz locsogók, akiket seregestül táplál itt is, amott is az éjszínű életadó föld, s mind arról hazudoznak, amit soha senki se látott. Van nemes elme a szódban, van szavaidnak alakja, s mint egy dalnok, ó értő mondtad el azt, ami történt. Alkinosz kíváncsi volt arra is, hogy Odysseus találkozott-e a régi társaival. Hát miután már mintova szélesztette a nőknek lelkeit magasztos Perszefoné, Atreidész Agamemnon lelke került közelembe bánatosan, s köribégült mind, aki ővele együtt Aigisztosz házában halt, s töltötte be sorsát. Éles hangon sírt, a kövérköny hult a szeméből, terjeszgette felém kezeit, vágyott megölelni.
Slám, Péleidész Achilleusnak jött oda lelke, és Patroklosznak, s Aiasznak, ki a legjobb termetű és alakú volt minden akháj hős közt, a dicső Achilleusnak utána. Csak ne dicsérd a halált nékem soha, fényes Odüsszeusz. Napszámban szívesebben túrnám másnak a földjét, egy nyomorultét is, kire nem szállt gazdag örökség, mint hogy az összes erőtlen holt fejedelme maradjak. Rajta azonban szólj nekem egy szót drága fiamról, ment-e utánatok ő, elsők közt küzdeni vagy sem? Szólj a derék Péleuszról is, ha talán valamit tudsz. Én biz a tiszta nevű Péleuszról mit se tudok még, ám de Neoptolemoszról szólok, drága fiadról, mondom a tiszta valót, ahogyan kérdezve kívánod. Nem maradott bizony ő a tömegben, a nagy sokaságban, messze előre rohant, sose hátrált senki elől sem, és meg is ölt sok férfit a rémületes viadalban. S hát amikor szálltunk be a lóba, amelyet Epeiosz készített, jeles argosziak, s rám volt az egész terv bízva. A rejteket ott föltárni, meg újra becsukni, akkor az argoszi nép fejedelmei és vezetői könnyeiket morzsolták mind, remegett is a térdük. Majd, hogy földultuk Priamosz meredek falú várát, zsákmányrésszel ajándékkal hágott a hajóra. Így szóltam, mire lelke a gyorslábú Achilleusnak Aszfodélosz téren nagyokat lépdelve továbbment, örvendezve, amért elmondtam, hogy fia mi hős. Aztán Héraklész erejét láttam meg, azaz csak képmását, hiszen ő maga élőrök isteneink közt, ott lakomázik. Én Kronion Zeusnak voltam fia, csak hogy a kínom végtelen és csúf volt. Nálam sokkal kisilányabb, az lett zsarnokom, és szörnyű munkákra jelölt ki. Még ide is küldött, hogy a szörnyebet elvigyem innen, mert azt hitte, hogy ennél már nehezebb feladat nincs. Így szólt, és tova tűnt Hádész palotája ölében, én pedig ott álltam s vártam, hogy hát ha előjön még ama hősökből egy, kik rég szálltak a sírba. Habár Odüsszeusz arra vágyik, hogy minél több hőssel beszélhessen, Perszefoné elkezdte megelégelni a dolgot, és annyi halottat kezdett küldeni, hogy Odüsszeuszék megrémültek, nagyon hamar összepakoltak, majd visszaindultak Kirkéhez. Ez az Odüsszeiában nincs benne. Ha már Héraklészről vagy ismertebb nevén Herkulesről beszéltünk, akkor mindenképpen elmondom Trója pusztulásának a harmadik és egyben utolsó feltételét is, ami nem más, mint Páris halála. Héraklésznak hajdanán volt egy íja, ami a trójai háború időszakában teljesen véletlenül az egyik görög hős, nevezetes Filoktétész tulajdonában volt. Filoktétész az egész görög világ leghíresebb íjásza volt. Tehát ő kapta meg a rendkívül nemes feladatot, hogy a következő összecsapás alkalmával pusztán arra koncentráljon, hogy bármilyen módon megölje Páriszt. Filoktétész úgy gondolta, hogy semmit nem bíz a véletlenre, tehát nem csak, hogy Héraklész íját használta, de ráadásul a nyilvesszőket bekente méreggel. A következő összecsapásuk során Páriszt sikeresen megtalálta, és valami isteni beavatkozásnak köszönhetően csak a vállát tudta eltalálni. Párisz azt mondta, hogy mekkora királyság, ez még véletlenül sem halálos. De az volt, nagyon hamar realizálta, hogy a nyilvessző mérgezett volt, tehát azon nyomban elindult, hogy Ida hegyén felkeresse a korábbi kedvesét. Milyen korábbi kedvesét? Tudni kell, hogy a Helenével kapcsolatos balhét megelőzően Párisznak volt egy, nevezük úgy, élettársa, akit úgy hívtak, hogy Oinoné. Oinoné történetesen egy nimfa, akinek a hatalmában állt az is, hogy a Páriszban terjengő mérget eltávolítsa. Csak ugye az a probléma, hogy amikor hajdanán összebatyúztak Helenével, akkor Oinoné szívét teljesen összetörte. Ezen a ponton remélem, hogy senkinek nem lesz meglepő, Oinoné természetesen bosszúra szomjazott. Tehát amikor Párisz hatalmas kínok közepette elérte a hegyet és könyörögni kezdett neki, Oinoné azt mondta, hogy van barátja. Szóval most, hogy mind a három feltétel teljesült, Trója elméletileg készen állt a pusztulásra. Igen ám, de úgy tűnt, hogy akárhányszor is próbálják, a falak minden támadásuknak ellenállnak. Ekkor történt az, hogy Odüsszeusz elkezdett tanakodni. A gondolatmenete az volt, hogy többet ésszel, mint erővel. Szükségük volt egy emberre, aki a trójaiakkal elhiteti a tervet, illetve szükségük volt 9 másik emberre is, akik elrejtőznek a lóban.
Volt egy úriember, bizonyos Sinón, akinek az volt a feladata, hogy a trójaiakat meggyőzze. Miközben Sinón sikeresen bejutott a városba, az egész görög hadsereg összepakolt és elhajóztak egy közeli szigetre. Sinón mondani valója a következő volt. Mivel a görögök ellopták a Palladiont, ezért Athéné elképesztően dühös lett rájuk. A görög jósok megparancsolták, hogy Athéné kiengesztelésére építsenek egy hatalmas lovat, illetve abban a pillanatban induljanak haza. Ezen kívül, mivel a görögök már úgyis hazamentek, azt javasolja, hogy a falovat vigyék be a városba, és ezzel Athéné elismerését a magukénak tudhatnák. Felmerül a kérdés. Abszolút senki nem gondolta azt, hogy ez esetleg egy átverés? De! Priamosz királynak volt egy lánya, akit úgy hívtak, hogy Cassandra. Vele kapcsolatban tudni kell, hogy rendkívül gyönyörű volt. Annyira gyönyörű, hogy a napisten maga Apollón is szemet vetett rá. A probléma az volt, hogy az első randiuk végén Apollón kitalálta, hogy megfelezik a számlát. Erre Cassandra azt mondta, hogy maradjanak barátok. Erre Apollón azt mondta, hogy mi a zsák. Természetesen megsértődött, amiből automatikusan az következik, hogy bosszúra szomjazott. Apollón Cassandrával szembeni bosszúja az volt, hogy megajándékozta őt a tökéletes jóslás képességével. Tehát ha Cassandra megjósol valamit, az úgy is lesz. De itt jön a csavar. Habár ő mindig tökéletesen fog jósolni, azokat a jóslatokat soha senki nem fogja elhinni. Cassandra konkrétan elmondta a trójaiaknak, hogy abban a lóban görögök rejtőzködnek, és az a céljuk, hogy csellel bevegyék a várost. Igazán kellemetlen, de senki nem hitt neki. Ha mindezidáig figyeltél, akkor feltűnhetett egy érdekesség. Az Iliászban Apollón folyamatosan arra törekedett, hogy Tróját védelmezze. Ehhez képest Hektor halálát követően az egész várost kettő alkalommal is megmenthette volna, de mindkét alkalommal fontosabb volt számára a bosszú. Visszatérve a jelenbe, miután Odysseuszék sikeresen megidézték a holtakat, visszaindultak Kirkéhez. Az első dolguk az, hogy teljesítik Elpinor kívánságát és tisztességesen eltemetik. Ezt követően Kirké lakomára hívja őket, majd elmondja Odysseusnak, hogy a közeljövőben mire kell számítania. Szirénekhez fogsz legelőször elérni. Az összes embert mind elbűvölik ők, ki elér közelükbe. És aki esztelenül közeleg, s meghallja a szirén zengzeteket, felesége s az apró gyermekek otthon az többé sosem üdvözlik. Neki már nem örülnek, mert csengőszavú dallal a szirén megigézi. Ülnek a réten ezek, s körülöttük az emberi csontok nagy sokasága hever, rothad, zsugorodnak a bőrök. Húzz el ezek mellett, s a fülét jól tömbe viasszal minden társadnak, nehogy egy is hallja. Hogyha pedig szigetük mellett tova húztak a társak, azt az utat már véges végig, amelyre utána lépsz, nem mondhatom én meg, mert arról te magad fogsz dönteni lelkedben. De kimondom, hogy mi a két út. Errefelé meredek sziklák peremére csapódik kékszemű Amfitrité nagy hulláma zubogva. Tudd, ezeket bolygósziklák hívja a boldog Isten mind. Tengerjáró gája csak egyment arra keresztül, elhírhet Argó. Másik irányban két nagy szírt van, és közepén barlangtátong sűrű ködbe takartan. Szája nyugat felé nyílik, a mélyen leér Erebozba. Benne a szörnyen ugatva üvöltő szküllatanyázik. Lába 12, levegőben leng valamennyi, 6 hosszú nyaka van, mindegyiken egy riadalmas fejnőt, és a fejekből 3 sor fogarémít, sűrű, tömött agyarak, tele, éjszínű, szörnyű halállal. Teste pedig bent áll derekáig az öblös üregben, csak hogy a rémes nyílásból a fejek kihajolnak. És nem tud dicsekedni hajó soha, hogy tovasiklott sértetlen mellette. De 6 feje húz ki 6 embert mindig hirtelenül a sötétkék orrú hajóból. Látszott egy másik, nem olyan nagy szirtet. Nem nagy a távolság köztük, nyilad is beröpülné. Rajta magas fügefát láthatsz, alatta szívja magába a szörnyű Karübdisz, az éjszínű tengert. 3-szor kiereszti naponta, de újra beszívja rémesen. Inkább Skylla felé igyekezz a hajóddal, evezzel gyorsan a szirtje alatt, mert több hasznú, ha a bárkán 6 társad gyászolsz majd, mint együtt valamennyit. Trinakié szigetére kerülsz most. Héliosznak nagy csordája legel földjén,
és nagyszerű nyája. 7 a tehéncsorda, s 7 nyája van ott a juhoknak. Nem bántván ezeket, ha vigyázol visszautadra, akkor igen, hazaértek, bár keseregve, bajok közt. Hogyha pedig bántod, veszedelmet jósolok akkor embereidnek s bárkádnak. Te magad, ha megélsz is, társaid elvesztvén, haza későn, kínok után érsz. Odüsszeuszék útra kelnek, és rövidesen elérik a szirének szigetét. Igazán szomorú, de a szirének nem csinálnak semmit. Odüsszeusz megparancsolja a társainak, hogy őt magát kötözzék ki az árbóchoz, és amennyiben arra kérné őket, hogy oldozzák el, akkor kössék még szorosabbra. Sóhajtozva hajóztunk ekkor szűk szorosába. Innen a Skylla lesett, de amonnan a szörnyű Charybdis. Arrafelé néztünk mindnyájon, félve a vésztől, és ez alatt Skylla kiragadta a görbehajóból 6 társam, ki a legderekabb erejű evezős volt. Visszatekintve a fürge hajóra, s a társak után már csak kezüket meg a lábaikat láttam meg, amint fönt lengtek, s hívtak néven a társak engem amonnan, fájó szívvel, s akkor utolszor. Ő meg a nyílásnál fölfalta az ordítozókat, kik kezüket tárták kifelém a nehéz viadalban. Ez volt a legszörnyűbb mindközt, amit én a szememmel láttam, míg küszködve kutattam a tengeri ösvényt. Miután sikeresen elkerülték a Charybdist, és nagyjából sikeresen túlélték Skyllát, elérték Helios szigetét. Heliosnak rengeteg marhája volt. Odüsszeuszék egyetlen feladata az, hogy azokat a marhákat hagyják békén. Rajta azonban erős esküt tegyetek nekem itt mind, hogyha tehéncsordára lelünk, vagy tán a juhoknak nagy nyájára, ki sem fog balgatag, ostoba fővel ölni le marhát vagy juhot, ám de egyétek az étket nyugton, amit nyújtott a haláltalan isteni Kirké. Miután megesküdtek, egy teljes hónapig vártak. A várakozás oka nem más, mint hogy Odüsszeusz számított valami égből kapott jelre. Az útravaló, amit Kirkétől kaptak, az egy hónapot követően elfogyott. Ekkor történt az, hogy a társai elkezdtek panaszkodni. Mindenfajta halál iszonyú a szegény embernek, mégis a legcsúfosabb éhezve betölteni sorsunk. Hajtsuk el Helios legszebb marháit a rétről, s áldozzunk a nagy, égbe lakó örök isteni népnek. Hogyha elér csapatunk Ithakába, az otthoni földre, dúsz szentélyt emelünk ott tüstént Heliosnak, és sok drága ajándékkal díszítjük a szentélyt. És ha a szép szavú marhákért megharagudva elsüllyesztene, jobb szeretem hullámot nyelve kiadni a lelkem, rögtön, mint a Sivár szigeten senyvedni sokáig. Úgy gondolták, hogy sokkal rosszabb lenne éhen halni, mint sem belefulladni a tengerbe. A kívánságuk nem sokára teljesül, ugyanis Helios ekkor már tudta, hogy megették a marháit. Azon nyomban az Olimposzra ment, és eképpen beszélt. Zeus atya és boldog sosem úló égi lakók mind, büntesd embereit Odüsszeusznak, kik marháimat ölték meg nagyon elbizakodva. Válaszul így szólt erre a fellegtorlaszoló Zeus. Én ragyogó villámmal sújtom majd a hajójuk, és darabokra töröm közepében a borszínű árnak. Odüsszeuszék 6 napig lakomáztak, de feltűnt nekik, hogy a nyáson sütött marhák elkezdtek bőgni, tehát a 7. napon ismét tengerre szállnak. Amikor a szigettől már tekintélyes távolságra voltak, és maguk körül csak a tengert látták, Zeus felhőt küldött a hajójuk fölé, és egyetlen villámcsapással elpusztította. Megrendült a hajó, amikor Zeus mennyköve érte, megtelt kénfüsttel, kizuhantak a társak a vízbe. Barna hajón körül úszkáltak, mint tengeri varjak haptarajon. Hazatértüket így elorozta az Isten. Odüsszeuszt hajszál pontosan arra sodorja a tenger, amerről korábban az embereivel jöttek. Sikeresen túléli Charybdist, sikeresen túléli Skyllát, és végül 9 napi hánykódás után eléri Ógügyé szigetét, azon belül is Kalypszót. Miután a fajákokat lenyűgözte Odüsszeusz beszámolója, nyugovóra térnek, és másnap előkészülnek, hogy a vendéget hazavigyék Ithakába. Odüsszeusz eképpen beszélt. Alkinosz, nagy uram, népednek legjelesebbje, küldjetek áldozván éppen haza, s áldjon az Isten. Találjam tiszta nevűnek otthon az asszonyomat, s épségben kedveseimmel. És ti megéljetek itt örömére a hitveseteknek, s gyermeketeknek mind, s Istentől szálljon a gazdag áldás rátok, a községtekre a baj sose sújtson.
A fajákok az ígéretüknek eleget téve elviszik Odysseust Ithakába, majd elindulnak haza. Azonban Poseidón elkezdett panaszkodni Zeusnak, miszerint úgy volt, hogy Odysseusnak szenvednie kell, most meg teljesen boldog. Zeus azt mondja Poseidónnak, hogy tegyen úgy, ahogy jónak látja. Kedvesem, úgy látom lelkemben a leghelyesebbnek, hogy mikor azt a hajót mind nézik a városi népek, éppen amint közeleg. Változtass part közelében sziklává, de alakját hagyd meg, a földi lakók mind bámulják. Egy lánccal eképzárt körbe a várost. Hát mikor ezt hallotta a földrázója, Poseidón, útnak eredt Szkériába, a faják nép szigetére. Ott várt, és befutott nem sokkal utána a bárka, gyorsan hajtották. De a földrázó odalépett, s kővé változtatta. Tenyérrel ütött a hajóra, ott az a mély vízben gyökeret vert, ő pedig eltűnt. Habár Odysseus Ithakában van, olyan régen nem látta, hogy egyszerűen nem ismeri fel. Mint oly sokszor, megjelenik előtte Athéné, és közli vele, hogy nem verték át, ez ténylegesen a hazája. Odysseus első és legfontosabb kérdése az, hogy a kérőkkel vajon hogyan fog leszámolni. Pallas Athéné az elkövetkező harcokban természetesen segíteni fog neki, ketten együtt leülnek egy fához, és elkezdenek kieszelni egy tervet. Hajló tagjaidon szép bőröd megzsugorítom, szőke hajat se hagyom fejeden, rossz rongyot adok rád, melynek gazdáját mindenki utálja, ha ránéz. Megtöröm eddig olyan gyönyörű szemeid ragyogását, hogy nyomorúságosnak lássanak otthon a kérők, s hitvesed. Most te magad legelőször a kondáshoz eredj el, ő disznóidat őrzi, neked meg híved egészen. Végre tanácsok után szétváltak, s ment el Athéné Isten is párta felé, hazahívni fiát Odysseusnak. Mint korábban említettem, Odysseus hűséges és hűtlen szolgáinak a sorsa meg van pecsételve. A kondás, aki ez Athéné elküldte, bizonyos Eumaios, a hűségesek egyike. Odysseus abszolút lenyűgözte, hogy a kondás mennyire tisztességes és vendégszerető. Lenyűgözte az is, hogy mennyire jól bánik a disznókkal. Mivel ő maga a cselekhez értő, ha már úgyis áruhában van, megkérdezte a kondást, hogy mit tud mondani a gazdájáról. Eumaios csupa jókat mond, de azt állítja, hogy fölösleges fecsérelni a szót, hiszen ha bár minden nap könyörög a hazatértéért, Odysseus már réges-régen halott. Kedvesem, ím tagadod, hogy visszajöhet. Sohasem jön többé meg, mondtad, mert lelked ilyen hitevesztett. Hát én nem csak amúgy mondom, hanem esküszöm is rá, hogy hazatér Odysseus. Tudja tehát meg Zeus legelőbb, meg a vendégasztal, amelyhez járulok itten. Minden aképpen lesz, ahogyan megmondom előre. Még ugyanebben az esztendőben megjön Odysseus. Majd mikor elfogy a hold, és kezd növekedni az új hold, akkoron ér haza, és bosszút áll mindazokon, kik sértegetik feleségét és fényes fiúsarját. Mindeközben Athéné megérkezik Spártába, és megsúgja Télemákhosznak, hogy most már ideje hazatérnie. Elmondja neki továbbá azt is, hogy csapdába akarják csalni. Várnak a legderekabb kérők rád, főzik a tervet, és el akarnak emészteni, még mielőtt hazaérnél. Csak hogy nem hiszem én, hogy ez így lesz, mert közülük fog fedni a föld néhányat előbb ki a házad emészti. Vízbe fúló földnyelvéhez, ha elérsz Ithakának, küld város feletársaidat mind, vélük a bárkát, és te magad legelőször a kondáshoz eredj el. Ő disznóidat őrzi, neked meg híved egészen. Odysseus kitalálta, hogy ő maga elmegy a kérők közé, és ott fog koldulni. Erre a kondás azt feleli, hogy feltehetőleg megőrült, ugyanis soha nem engednének be oda egy koldust, ráadásul valószínűleg meg is ölnék. Amikor Télemachos belépett a kondás házába, Eumaios azon nyomban elsírta magát, és úgy fogadta, mintha a saját fia volna. Tette mindezt Odysseus szeme láttára. Majd miután elverték végül az éhet, a szomjat, akkor Télemachos kérdezte az isteni kondást. Honnan apó ez a vendég, mondd, Ithakába hajósok hogy hozták, s magukat kiknek vallják dicsekedve? Mert hisz, hogy gyalogért hozzánk ide, vélve se vélném. Eumaios elmondja, hogy a vendégük egy olyan férfi, aki nagyon sokat tűrt.
Harcolt a trójai háborúban, rengeteg társát elvesztette, és most arra kényszerült, hogy koldusként éljen. Télemachosz elküldi Eumájoszt, hogy Penelopét értesítse a hazatéréséről. Szólt és küldte a kondást, csak hogy Athéné látta, hogy Eumájosz kondás odahagyja tanyáját, jött is hát közelebb. Viruló szép asszony alakban, mint nagy termetű nő, aki érti a nagyszerű munkát. És Odysseusnak tűnt fel a kunyhó ajtaja mellett. Télemachosz nem látta azonban, s észre se vette. Nem mindenki előtt jelenik meg nyíltan az Isten. Ám Odysseus s a kutyák látták. A kutyák nem ugatták, iszkoltak nyöszörögve. Athéné hozzá így szavakat szólt. Isteni sarj, leleményes Odysseus, mondd ki fiadnak a szót most már, sose rejtsed előle, hogy kérők csapatának a vészt készítve menjetek el híres nevű városotokba. De én sem hagylak el immár hosszan, mert már vágyom a harcra. Athéné visszaváltoztatja Odysseust, és sok-sok keserves évet követően apa és fia ismételten találkoztak. Abban a pillanatban tervelni kezdik, hogy a kérőket hogyan tudnák megölni. Télemachosz elmondása szerint a kérők száma a szolgáikkal együtt több mint 100. Ők csak ketten vannak. Ami igazából teljesen lényegtelen, hiszen velük van Athéné, tehát érted? Odysseus elmondja a fiának a tervét. Menjen vissza a házukba, ő majd a kondással másnap fog megérkezni. Ismét koldus alakjában lesz, tehát ha a kérők bántják vagy kigúnyolják, azt a fiának el kell viselnie. Nem avatkozhat közbe. Ezen kívül a lelkére köti, hogy a kilétét még az anyja sem tudhatja meg. Amikor a kérők meghallják, hogy Télemachosz túlélte a neki készített csapdát, kitalálják, hogy öljék meg valahol a városon kívül. Azonban ekkor már ketté oszlanak. Vannak, akik támogatják a meggyilkolását, és vannak, akik ellenzik. Mindeközben Eumájosz és Odysseus már úton voltak. Útközben találkoztak egy kecskepásztorral, bizonyos Melanteusszal, aki az idős koldussal szemben rendkívül tiszteletlen volt. Ez majd mindjárt lényeges lesz. Amikor elérték Odysseus házát, a szeme sarkából megpillantotta egy nagyon régi barátját. S fölpillantva hegyezte fülét az amott heverő ebb, Argosz, amely Odysseusé volt, gazdája nevelte egykoron. Ám nem örült neki ő maga, mert hamarabb ment Szent Trójába. S az ifjak szokták vinni magukkal, űzni a vadkecskét, a nyulat, meg az őzet az erdőn. Most pedig ott nyúlt el, ki se gondolt rá, hisz a gazda elment. Kertajtó mellett, összvérnek, ökörnek bő trágyájában. Argosz, az ebb, hát tetvekkel tele nyúlt el a földön. S most meglátva, hogy ott van az ő közelében Odysseus, farkcsóválva tekintett rá, s a fülét lekonyítva. Arra azonban, hogy közelebb csúszhasson urához, nem volt benne erő. Argoszra halál éjszínű sorsa csapott le, rögtön, amint 20 év múltán meglátta Odysseust. Odysseus megtudja, hogy a kutyájának gondozása a cselédek feladata volt, akik egyszerűen nem törődtek vele. Odysseus cselédjeinek a sorsa néhány kivételével megvan pecsételve. És zsivajogtak a házban a kérők, csak hogy Athéné most közelébe megállt Odysseusnak, s küldte. A kérők köz könyörögjön sorba kenyérért, hogy megtudja, ki jóra való közülük, s ki a durva. S így sem védte meg egyiküket sem a csúnya haláltól. Mondanom sem kell, azok a kérők, akik Télemachosz meggyilkolását tervezték kétszer is, nem adtak Odysseusnak kenyeret. Ráadásul Antinosz, mindközül a legnyomorultabb, hozzávágott egy zsámolyt. S egyik a felhéjazó ifjak közt imigyen szólt. Antinosz, nem volt szép, hogy megdobtad a koldust. Mit tettél? Hát, hogyha egy égbeli isten a vándor. Mert hisz az istenek is járják sokféle alakban messze vidékről jött vándorként városainkat. S vizsgálják, kik a dőjfösek, és kik a jóra igyekvők. Itt mindenképpen meg kell említenem a vendégjogot. Penelope tudja, hogy a házában bántottak egy vendéget. A vendégjog arról szól, hogy a házigazdának kötelessége biztonságban tartani a vendéget. Amennyiben ez nem történik meg, magára vonja az istenek haragját. Azonban Penelope nem tehet semmit, hiszen a kérők sokan vannak, ő pedig látszólag egyedül. Na most Itakába érkezik egy valódi koldus, bizonyos Árnajosz, becenevén Irosz, akinek az volt a terve, hogy Odysseust elűzi a saját házából.
Csak hogy a szolgák őt felövezték mégis, erővel, bárhogy félt, minden tagján remegett is az izma. Vitték végre középre, kezét kivetette a kettő. Ekkor töprengett a sokat tűrt Odysseus. Sújtson-e rá, hogy amint elesik, kiszaladjon a lelke? Vagy szelidebben csak, hogy végig nyúljon a földön? Rövidre fogva a dolgot, Odysseus olyat lekevert Irosznak, hogy kis híján eltörte a nyakát. Időközben kapunk egy visszaemlékezést, mégpedig azt, hogy mik voltak Odysseus utolsó szavai a feleségéhez, mielőtt elhajóztak Trójába. Nem hiszem én, feleségem, hogy hazatér valamennyi akháj sértetlen a trójai síkról. Mert mondják, hogy a trójai férfiak értik a harcot szintén, és remek ífeszítők, deli dárdahajítók jól hágnak föl a száguldó szekerekre. S nem tudom, így hazajutta-e Isten, vagy pedig ottan Trója alatt esem el. De te itt mindenre vigyázz majd. Gondolj édesapámra, anyámra a házam öléjében úgy, mint most, vagy még jobban, míg távol időzöm. És mikor azt látod, hogy pelyhesedik fiad álla, menj, akihez kívánsz feleségül, hagyd el a házad. Tehát Odysseus megengedte Penelopénak, hogy amennyiben ő maga meghal, feltehetőleg, és Télemachosz férfivá lesz, akkor egészen nyugodtan házasodjon újra. Penelope ennek ellenére 20 évig kitartott. Itt nem arról van szó, hogy a kérők szegények lettek volna, vagy valami, tehát ha elhagyja Odysseust, legalább annyira jó élete lehetett volna, mint addig. Azt is megtudjuk, hogy Penelope hűsége nem terjedt át a szolgáló lányokra, ugyanis amíg a kérők Penelope döntését várták, a biológiai szükségleteiket a szolgálókkal kívánták kielégíteni. Most sem hagyta Athéné, hogy szűnjék meg a kérők lélekemésztő ócsárlása. Hatoljon a bántás még mélyebbre szívébe az isteni hős Odysseusnak. Erre a szárnyas termekölén zsivajogtak a kérők, s voltak így szólt köztük, a szomszédjára tekintve. Jaj, csak pusztult volna előbb el máshol a vándor, még mielőtt ideért. Nem okozna ilyen csatazajt most. Koldusokon civakodva vitázunk, és lakománknak édessége is elvész így, mert győz a silányság. Miután ismételten meglakomáztak és kellően kicsúfolták őt, a kérők elmentek aludni. Odysseus jelez a fiának, és a házban található összes fegyvert elkezdik összegyűjteni. Télemachosz magához hívja Eurykleiát, a dajkát, és azt mondja neki, hogy a szolgáló lányokat vigye el magával máshová, hogy ne vegyék észre, amíg ő és a koldus elpakolják a fegyvereket. Így szólt, és az anyó szava szárnyatlan maradott már, minden zárta a kényelmes termekben az ajtót. S fölszökkentek ők Odysseus s ragyogó fiúsarja, pajzsot, köldököset, sisakot, sok jóhegyű dárdát mind hordtak kifelé, s lépdelve előttük Athéné vitt aranyos mécset, gyönyörűvé tette a fényét. Odysseus elküldi a fiát aludni, hogy ő maga végre valahára beszélhessen a feleségével. Penelope korábban meghallotta, hogy a koldus tud valamit a férje hollétéről, tehát úgy döntött, hogy kikérdezi. Odysseus előadja a kedvenc műsorát, aminek értelmében megismeri a vendéglátót, mielőtt a vendéglátó megismerné őt. Mégis, szüntesd már zokogásod, a szómra figyelj csak, mert igazat mondok neked én, sose rejtem előled, hogy hallottam, már hazatérőben van Odysseus, s itt a közelben él. Elvesztette azonban a kedves társakat és üreges bárkáját borszínű áron, mivel rá megharagudtak Zeus és Héliosz, mert ennek a barmai tették társai meg, s most mind odavesztek. Legmagasabb s legfőbb Isten Zeus tudja először, s tűzhelye hős Odysseusnak, amelyhez most ideértem. Minden aképpen lesz, ahogy megmondom előre. Még ugyanebben az esztendőben megjön Odysseus, majd mikor elfogy a hold, és kezd növekedni az új hold. Penelope rendkívül boldog lett, továbbá lenyűgözte, hogy a koldus mennyire elmés. Szeretetének jeléül odahívja a dajkát, Eurykleiát, és megparancsolja neki, hogy a koldusnak mossa meg a lábát. Penelope kedvéért is lefüröztöm a lábad, és magamért is, mert sajnállak tiszta szívemből sok bajodért. S valamit még mondok, halld meg a szómat. Eddig is oly sok vándor jött vendégül a házba, s ennyire más a gazdámnak nem akadt közülük még. Termeted és hangod, meg a lábad, akár Odysseusé. Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odysseus.
Kedves anyó, bizony ezt mondják, akik engem is, őt is láttak már, hogy erősen ütünk egymásra uraddal, mint ahogyan magad is mondod, bölcsen kijelented. Habár Athéné öreggé változtatta, nem teljesen. Odysseus lábán volt egy seb, amit fiatalkorában egy vaddisznótól kapott. Ez a seb annyira jellegzetes volt, hogy semmi mással nem lehetett összetéveszteni. Miközben Eurykleia mosta a lábát, ő sem tévesztette össze. Azon nyomban Penelopéhoz fordult, de Athéné közbelépett és megakadályozta a bajt. Ezt követően Odysseus megeskedte a dajkát, hogy megtartja a titkát. Kín lefeküdt az előcsarnokban a fényes Odysseus, és jöttek a nők a teremből, kik szerelemben a kérőkkel gyakran keveredtek. Jókedvük fennen ragyogott, s egymásra nevettek. Lelke fölindult most kedves kebelében a hősnek. Hosszan hányta vetette a lelkében s a szívében. Roncson-e már rájuk, s a halált így ossza ki mindnek? Vagy még hagyja a dőfös kérőkkel lefeküdni egyszer, s legvégül, s ugatott mellében a szíve? Tűrtél már hajdan, te kutyábbat is ennél? Aznap, hogy fölfalta a vad, fék nélküli küklopsz nagyszerű társaimat. De te tűrtél, noha hitted a véget. Odysseus azon tanakodik, hogy a kérők megölését követően mégis hová fog menekülni. Hiszen Ithaka és a környező szigetek összes nagyurának meggyilkolásáért valószínűleg jönni fog majd valamilyen ellencsapás. Arra kéri Athénét, hogy ezzel kapcsolatban segítsen majd neki. Reggel megérkeznek a kérők, illetve Odysseus egyik szolgálója, egy csordás, bizonyos Philoetios. Athéné azt találta ki, hogy a kérők meggyilkolásának a legegyszerűbb módja az lenne, ha Odysseus kapna egy kis előnyt. Tehát azt mondja Penelopénak, hogy rendezzen egy íjászversenyt. Ágaskodva emelte le végül az íjat a szögről, együtt fényes tokjával, mely jól borította. Ott azután le is ült, kedves térdére letette, éles hangon sírt, így húzta elő ura íját. S hogy gyönyörére betelt már sok könnyű zokogással, visszaerett a nemes kérőkhöz a férfi terembe, vitte kezében a visszacsapó íjat, meg a tegzet, mely sírást okozó nyilvesszőkkel tele volt már. Hallgassátok a szóm, ti nemes kérők, kike háznak úgy neki estetek. Eztek is, isztok is itten örökké, mert rég távol időzik a gazda. De mondani mást már nem tudok, sem egyéb ürügyet kitalálni, csak azt, hogy engem akartok mind elvenni hites feleségül. Rajta tehát kérők, ha ilyen díj tűnik elétek. Isteni hős Odysseus íját versenyre bocsátom. Mert aki legkönnyebben tudja fölajzani íját, s mind a 12 fejszefokán átlő a nyilával, majd ahhoz megyek én, elhagyva a hitvesi házat. Természetesen a kérők még odáig sem jutottak el, hogy az íjat sikeresen felajzák, nemhogy még lőjenek is vele. Mindeközben Odysseus azon volt, hogy felmérje a helyzetet. Együtt mentek most ketten kifelé a teremből, csordás és kondás szolgálja hős Odysseusnak, és a nyomukba eredt a sokat tűrt isteni férfi. És amikor kívül jártak már udvaron, ajtón, akkor hozzájuk mézédes szókkal ekép szólt. Csordás és te kanász, megmondjam-e nektek a szómat, vagy pedig elrejtsem, de a lelkem szólani késztet. Harcolnátok-e érte, ha most valahonnan Odysseus hirtelen így megjönne, egy istenség hazahozná? Kit védelmeznétek, a kérőket vagy Odysseust? Lelketek és szívetek, mondjátok meg, hogyan érez. Eumájosz, a kondás, és Philoetios, a csordás természetesen segítenek neki, ugyanis nem csak hogy hűségesek, de ráadásul szeretik is. Odysseus ekkor saját magát és a tervét is felfedi előttük. Hadd mondom ki, amit kebelemben sürget a lelkem. Hagyjátok nekem is megfognom a szép sima íjat, hogy veletek próbáljam erőm s a kezem. Van-e bennem még oly erő, mint hajlékony testemben a múltban, vagy már elsorvadt a bolyongásban s a nyomorban? Pontosan tudta, hogy a kérők számára megalázó lenne, ha egy koldussal versenyeznének. Azonban megjelenik Penelope. Azt állítja, hogy mivel már többször is meggyalázták a vendéget, miért ne engesztelhetnék ki azzal, hogy jóvá hagynak egy próbát? És Eumájosz az íjat vitte tovább a teremben, s hős Odysseusnak tette kezébe, megállva előtte. Majd odahívta Eurykleiát. Télemachosz kívánja, jól ácsolt kapuit, hogy zárjad el itt a teremnek.
és ha a nők közül egy hal zajt ide bentről, férfiakét, zárt termünkből, kapuhoz ne szaladjon, csak végezze a munkáját némán, nyugalomban. Ez meg már forgatta az íjat, és föl alá forgatva figyelte. Körül tapogatta, Szú nem rágta-e még szaruját, míg távol időzött. Próbát tett azután jobb kézzel nyúlva a húrhoz. Fölzendült, s mint fecskéjé szép hangja olyan volt. Bosszankodtak a kérők szörnyen, mindnek a színe megsápadt. Örvendett ezután a sokat tűrt isteni férfi. Fogta a gyors nyilvesszőt, mely mellette kihúzva asztalon ott feküdött. Öblös tegezében a többi várt, de hamar meg kellett még ízlelniük azt is. Húrra helyezve rovátkáit most vonta magához, s még ugyanonnan a székből lőtte ki azt a nyilat. S egyetlen fejszafokát sem tévesztette elő, hanem átsuhogott valamennyi részterhes nyila. Miután Odysseusz megnyerte az íjász versenyt, a fia Télemachosz már teljes fegyverzetben mellette állt. Rongyait elhajította a sok leleményű Odysseusz, s nagy küszöbére szökelt, markolva az íjat, a tegzet, mely nyillal teli volt. Gyors vesszőit meg a földre szórta a lába elé, s kérők közepette ekép szólt. Ennek az áldatlan versenynek vége szakadt már. Most más célt keresek, mire ember még sose célzott. Hát, ha sikerre jutok, s diadalt ad nékem Apollón. A kérők megölése az kezdetben egy mészárlás. Odysseusz kedvére lövöldözik, ugyanis mivel a házban található fegyvereket korábban már elzárták, a kérők nem tudtak mivel védekezni. A probléma csak annyi, hogy az egyik szolga megtudta a fegyverek hollétét, és elárulta a kérőknek. Hej, ti kutyák, azt hittétek, hogy már sose térek Trója alól haza én. Hát így nyírtátok a házam, s feleségül akartátok feleségem. Nem féltétek az isteneket, kik az égbe lakoznak. Most a halálhálóját hurkolom én nyakatokra. Odysseusz természetesen nem egyedül harcol, vele van a fia Télemachosz, a kondás Eumájosz, illetve a csordás Filoitiosz is. Azonban akármennyire is elszántak, a kérők megtalálták a fegyvereket. Azonban tudni kell azt, hogy Athéné folyamatosan figyelte őket. Nincs meg a teljes erőd, Odysseusz, a szíved sem olyan már, mint mikor szép Helenéért hosszú 9 évig verekedtél folyton a trósszal. Sok férfit döftél le a rémületes viadalban, és Priamosz várát a te terved vette be végül. Szólt, de bizony döntő győzelmet még nem adott ő, csak bátorságát s erejét próbálta ki ekkor bajnok Odysseusznak s Odysseusz fejedelmi fiának. Ő maga fölröppent a terem kormos tetejére, s fecskemadárként ült le a füstbe futott a gerendán. Jóhegyű sok kelevész dobtak most újra a kérők, csak hogy a legtöbb láncsát félreütötte Athéné. S látta, hogy ott fekszik már mindjük a vérben, a porban, együtt szörnyű sokan, így omlottak a kérők ott egymás tetejébe. Télemachosz, szólítsd be a dajkát, Eurykleiát, hadd mondok neki már egy szót, ami nyomja a lelkem. Odysseusz megkéri a dajkát, hogy a hűtlen szolgálólányokat vezesse oda. Először megparancsolja nekik, hogy takarítsák ki a házát és szedjék össze a hullákat. És legelőször az elhultak tetemét hordták ki, s elkerített udvar szép tornácán letették, egymásnak tetejébe, ahogy kijelölte Odysseusz ő maga, sürgetvén, hordták hát kényszerűségből. És azután a nagyon szép székeket és a sok asztalt sorban megmosták vízzel, lukacsos szivacsokkal. És miután már mindent elrendeztek a házban, hajtották ki a szolgálókat udvari szép kerítés meg a félszer közti darabra, egy szegletbe, ahonnan nem volt semmi menekvés. Köztük a jóeszű Télemachosz kezdett a beszédbe. Hát tisztességes véggel vegyem én el a lelkük. Nékik, kik szégyen zúdítottak mind a fejemre, s édesanyámra is, és kérőkkel háltak a házban. Mintha a széles szárnyú rigók vagy a gyenge galambok hullnak a törbe, így egymás mellett a fejükkel fügtek a lányok, hurkokkal nyakukon, hogy vesszenek el nyomorultul. Lábukkal még rángtak. Nem sokat. Egy kicsikét csak. Ha még emlékszünk, volt egy kecskepásztor, bizonyos Melanteusz, aki Odysseusszal szemben különösen tiszteletlen volt. Nem mellesleg ő volt az is, aki a fegyverek hollétét elárulta a kérőknek. Melanteusz büntetése az úgy nézett ki, hogy az orrát és mindkét fülét levágták, kitépték a nemi szervét és minden végtagját darabokra törték.
Eurykleia felkereste Penelopét, és értesítette, hogy 20 év után hazatért a férje. Penelope lelki állapota ezen a ponton borzasztó. Úgy gondolja, hogy a dajka megőrült, és az ő férje már egészen biztosan halott. A dajka elmondja neki, hogy látta a sebb helyet, aztán megemlíti neki, hogy a kérők mindegy szálig halottak. Végtére is Penelope magához hívja, és az első dolga az, hogy leteszteli a férfit. Azt mondja neki, hogy amennyiben szeretne pihenni, egészen nyugodtan megteheti. Ráadásul a saját ágyában, amit nemrégiben kivittek a hálószobából. Erre Odysseus közli vele, hogy azt az ágyat bizony senki nem mozdíthatta el, ugyanis az ágy alapja egy gyökere teresztett fa. Szólt, mire Penelope kedves szíve térde elernyett, mert mikről Odysseus szólt, ráismert a jelekre. Könnyeket ontva szaladt hozzá, a nyakába vetette két karját, s csókolt a fejét, ezt mondta urának. Ne neheztelj rám, Odysseus, ki a földi lakók közt úgyis a legbölcsebb vagy. Ránk mérték a siralmat isteneink, irigyelték, hogy mi az ifjúkorunknak együtt törvendjünk, s akkor küszöbére így érjünk. Na most Odysseus elmeséli a feleségének, hogy találkozott a tébai jóssal, és elmondja azt is, hogy mi volt a mondandója. Mint említettem, Teiresias proféciájának a maradék része az Odüsszeiában nem fog beteljesülni. Szóval másnap reggel Odysseus elindult, hogy meglátogassa az apját. A feleségével közli, hogy a kérők megölését mostanra már feltehetőleg mindenki tudja, tehát húzódjon vissza a házba, és ne fogadjon látogatót. Szólt, azután fegyvereit vállára csatolta, fölkeltette fiát, a gulyást és vélük a kondást. Elrendelte, ragadjanak ők is erős hadifegyvert. Már az egész földön fény járt, hanem őket Athéné éjbe takarva a városból sebesen kivezette. Az utolsó ének az Hádész birodalmában kezdődik, és összességében azt kell tudni, hogy meglehetősen furcsa. A 24. ének legfontosabb érdekessége az Achilleus temetése. Hogy miért éppen az, fogalmam sincs, viszont érdemes beleolvasni. És miután Héfaisztosz szent üze már elemésztett, hószínű csontod, Achilleus, reggel fölszedegettük mind. Anyád megadott egy drága aranykorsót, Dionysos szép adományát, mint mondotta, s a nagy hírű Héfaisztosz kezeművét. Ott feküszik te fehér csontod most, fényes Achilleus benne, Menoitiád és Patroklosz csontjai közt mind. S csontjaitokra magas, hiba nélküli halmot emeltünk, ott hol a part belenyúlik a sík Helléspontoszba. Távoli vízről is hadlássák már a hajósok, mind aki most ott jár, s aki még ezután születik csak. Holtar után sem enyészettel neved így, Achilleus, de minden nép közt örökké él. Amikor Odysseus meglátta az apját, felmerült benne három lehetőség. Vagy megöleli, vagy megcsókolja, vagy próbára teszi. Mivel Odysseusról beszélünk, természetesen próbára tette. Viszont 20 év után a saját apjával szemben egyszerűen megadta magát. Így szóltak ketten, s indultak a szép kicsi házba. És hogy a kényelmes háznak küszöbére kerültek, ott lelték már Télemachoszt, a gulyást, meg a kondást. Hát így foglalatoskodtak lakomával a házban, s addig a kósza beszéd végigjárt fürgekövetként városukon, hírül adva a kérők csúnya halálát. A meggyilkolt kérők rokonai egybegyűltek, és kitalálták, hogy Odysseust még azelőtt kell megölni, hogy esélye lenne a menekülésre. S Zeus Kronionhoz ekép szólt ekkor Pallas Athéné. Mit is rejt bévül az elméd? Folytatod-e a goromba csatát iszonyú hadizajjal, vagy mindkettő közt a szövetséget kötöd-e most? Erre a fellegtorlaszoló Zeus válaszol így szólt. Most, miután bosszút állt már ez az isteni férfi, kössön mind békét, s legyen ő a király ezután is, és mi örök feledést borítunk a fiak s a fivérek elpusztítására. Szerethessék ezután is egymást, mint ezelőtt, bőség és béke viruljon. Szólt, buzdítva a már rég elszánt Pallas Athénét, s útnak eredtez olümposzi csúcsról alászökkenve. Estek első soraiknak Odysseus és Deli sarja, s tán valamennyien elhulnak, s haza nem kerül egy sem, hogyha Athéné, pajstartó Zeus atya lánya, meg nem szól a lekép, és vissza nem inti a népet. Jó Itaka beliek, hagyjátok a háborúságot, ezt a gonosz viadalt, vér nélkül jöjjön a döntés.
s most Odysseushoz szólt a bagoly szemű Pallas Athéné. Isteni sarj, leleményes Odysseus, már ne tovább! Szüntesd mérgét a közös viadalnak, meg ne nehezteljen rád Zeus, az a messzire dörgő. Mondta Athéné, s ő így tett, lelkében örömmel. És ezután szent békekötés szerzett a hadak közt Pallas Athéné, pajstartó Zeus atya lánya. Ez volt az Odüsszeia vége. Na most, még mielőtt elmondanám a személyes véleményem, mindenképpen lényeges, hogy az ókorra és az ókori Görögországra való tekintettel az Odüsszeia egy mestermű. Az ókorban konkrétan háborúk kezdődtek, vagy értek véget attól függően, hogy mit mondtak a jósok. Az ókori görögök úgy gondolták, hogy az életük minden létező aspektusát az istenek befolyásolják. Magyarán Odysseus történetében az istenek folyamatos jelenléte, illetve az egész háború isteni lezárása, az pontosan az, amit akkoriban helyesnek ítéltek. Ennek tudatában nem térek ki arra, hogy Odysseus a történet folyamatosan lehetetlen helyzetek elé állítja, amiknek a megoldásához pusztán annyit kell tennie, hogy előveszi a saját Joker kártyáját. Bízom benne, hogy senki nem fogja az életét az alapján eltervezni, hogyha majd lesz egy probléma, akkor Pallas Athéné megoldja. Ezen kívül, habár ez a történet az Ilias folytatása, a kettő mű között található egy hatalmas szakadék. Az Iliasban Homérosz nagyon szépen felvázolta, hogy ahány ember, annyiféle motiváció. Agamemnon azon volt, hogy növelje a hatalmát. Achilleus azon volt, hogy halhatatlanná váljon. Hektor azon volt, hogy megvédje a hazáját. Teljesen mindegy, hogy te kinek adtál igazságot, mindenképpen találtál legalább egy embert, akinek a motivációjával képes voltál azonosulni. Ezzel szemben az Odüsszeia az egész történetet egyetlen egy ember köré szövi, akinek az egész jelleme a legjobb esetben is kérdőjeles. Mivel ténylegesen kíváncsi vagyok, szerinted rendben van-e az, hogy az Odüsszeiában folyamatosan bosszút állnak valakin? Pozitívumként Penelopét mindenképpen érdemes kiemelni, ugyanis az ő 20 évig tartó várakozása az rendkívül tiszteletre méltó. Ezzel szemben a főhősünk története úgy szól, hogy habár a felesége a holtáig hűséges hozzá, ő az első adandó alkalommal hűtlen lesz. Odysseus egész karaktere arról szól, hogy rendkívül ravasz. Ezzel szemben, amikor a történet úgy dönt, hogy prezentálja a felesége megcsalásának lehetőségét, meg sem fordul a fejében, hogy keressen valami alternatívát. De ez még csak a jéghegy csúcsa. Odysseus karakterének mondani valója nem lenne túlságosan problémás, ha lenne egy kis kárpótlás. Az Iliászban említettem, hogy oldalakon keresztül dicsőíti a barátságot, a testvériességet, az önfeláldozást és a tisztességet. Kitünteti a jóságot és felelősségre vonja a gonoszságot. Az Odüsszeiában a fajákok voltak azok, akik bármilyen ellenszolgáltatás vagy bármilyen hátsó szándék nélkül úgy döntöttek, hogy Odysseust megmentik. Ápolják, etetik, itatják, majd sikeresen hazajuttatják. A fajákok jóságát a történet azzal jutalmazza meg, hogy Poszeidón az egész hajójukat a teljes legénységgel együtt kővé változtatta. Hogy így érted? Összességében az Odüsszeia az ókori gondolkodás szempontjából abszolút fantasztikus. Azonban a korunkbeli hallgatóság ösztönzésének szempontjából véleményem szerint kérdőjeles. Szóval ez lett volna az Odüsszeia a nyugati irodalom másik alappillérének története. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok! Sziasztok, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! Amennyiben egy állítást bizonyítékkal tudunk alátámasztani, azt úgy nevezzük, hogy tudomány. Amikor ugyanezt az állítást nem lehet bizonyítékkal alátámasztani, azt úgy nevezzük, hogy mese, hiedelem, vagy ennek a kettőnek a kombinációjaként mítosz. A mítosz tehát azt jelenti, hogy egy olyan történet, amire nincs bizonyíték,
hanem az adott népen belül, továbbá az adott vallás alapján értelmezett és magyarázott mese. Erre van egy kiváló példa, amit remélhetőleg mindenki ismer, úgy hangzik, hogy a csodaszarvas legendája. Az Iliász és az Odüsszeia hitelessége az ókori Hellász, avagy görög földön teljesen egyértelmű volt, hiszen az alapjukat az egész népük gerincét alkotó vallás képezte, ennek okán kétségtelenül igaznak tekintették őket. Mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy az egyik legnagyobb görög filozófus, a logika atya, nevezetes Arisztotelész szintén úgy gondolta, hogy Homérosz művei kifogástalanok. Itt kell feltenni a nagyon kényelmetlen kérdést, miszerint tényleg azok? Természetesen nem. Mint ahogy már az Iliászban sugallni igyekeztem, a valódi történet az Homérosz elbeszélésének csak egy halovány árnyéka. Messze nem olyan romantikus, messze nem olyan hősies, még véletlenül sem annyira isteni, és helyenként felettébb lehangoló. A felvilágosodás és a racionalizmus korszaka magával hozta a tények bizonyítására képtelen és a homéroszi művek mesebeliségét kijelentő emberek sokaságát. A 18. században Trója városát úgy értelmezték, mint mi manapság mondjuk Atlantiszt. Csak hogy 1822. január 6. napján született egy német úriember, bizonyos Johann Ludwig Heinrich Julius Schliemann, akit innentől fogva csak úgy nevezünk, hogy Schliemann. Vele kapcsolatban tudni kell, hogy nagyon kedvelte a történeteket. Tudni kell azt is, hogy habár a Grimm testvérek mesegyűjteményének első kiadása ekkor már megjelent, az ifjú Schliemannnak az elsődleges történetforrását, az ókor, és mint közvetítő, az édesapja alkották. Jól lehet, apám nem volt sem filológus, sem archeológus, igen élénken érdeklődött az ókori történelem iránt. Gyakran mesélt nekem őszinte elragadtatással Pompej tragikus pusztulásáról, és szerinte a föld legboldogabb embere az volt, akinek megadatott a lehetőség, s kellő idővel és pénzzel rendelkezett, hogy ellátogasson az ásatások színhelyére. Gyakran mesélt nekem őszinte elragadtatással Homérosz hőseinek tetteiről, a trójai háborúról, és jó magam mindenkor lelkesedtem Trójáért. Szomorú szívvel értesültem apámtól arról, hogy Tróját annyira lerombolták annak idején, hogy nyomtalanul eltűnt a föld színéről. De amikor azután 1829 karácsonyán megajándékozott a Világtörténelem gyermekek számára című művel, s a könyvben felfedeztem egy képet a lángokban álló Trójáról, s megláttam a város hatalmas falait, boldog örömmel felkiáltottam. Látod, apám, tévedtél? Bizonyára látták Tróját, máskülönben hogyan közölhetnék ezt a képet? Édes fiam, válaszolta apám, ez a kép csupán merő kitalálás. De kérdésemre, vajon a régi Trójának valóban ilyen erősek voltak-e a falai, igennel felelt. Édesapám, válaszoltam neki, ha egykor valóban álltak ezek a falak, úgy nem pusztulhattak el nyomtalanul, hanem bizonyára ott rejtőznek valahol az évszázados por és törmelék réteg alatt. Schliemann fiatalkora nem nevezhető egyszerűnek. Ennek a videónak a témája nem az ő életrajza lenne, tehát nagyon tömören azt kell tudni, hogy az apja lelkészből alkoholista lett, aminek következtében a családja elvesztette a vagyonát és a becsületét is. A családja megbecsülésének az elvesztése magával hozta, hogy Schliemann számára megszűnt a biztonságos anyagi támogatás, és már nagyon fiatalon napi 16 órát kellett dolgoznia pusztán azért, hogy ki tudja fizetni a saját szállását, illetve a tanulmányaihoz szükséges könyveit. Habár az iskolákat gyakran váltotta, mindenhol megállapították, hogy ő egy különleges gyerek. Schliemann terve az volt, hogy Trója megtalálásához először is gazdagnak kéne lennie. Elgondolása szerint ezt a legegyszerűbben úgy tudná megvalósítani, ha kihajózna Amerikába. 1841-ben a hamburgi kikötőből elindultam Meseország felé, azonban 20 nappal később hajótörést szenvedett. Mondhatnánk, hogy elkezdődött a saját odüsszeiája. A hajótörés következtében Schliemann új lakhelye immáron Amsterdam lett. A hollandoknál sikerült szereznie egy kis könyvelőmunkát, amelynek a végzése közben megtanult hollandul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul, olaszul és tökéletesítette a németet is. Ezt követően elegendő pénze lett arra, hogy ismét nekivágjon Amerikának.
Még ott tartózkodásom alatt Kalifornia 1850. július 4-én önálló állam lett, és mivel minden ember, aki azon a bizonyos napon ott tartózkodott, ipso facto elnyerte az amerikai állampolgárságot, tehát én is. 1852 vége felé Moszkvában leraktam egy Indigo nagykereskedés alapjait. Mivel Pétervárot mindig túl voltam halmozva munkával, a nyelvtanulást abba kellett hagynom, és csak 1854-ben állt ismét annyi idő a rendelkezésemre, hogy hozzáláthattam a svéd és a lengyel elsajátításához. 1854. október 4-ének reggele egész életemen át emlékezetes maradt számomra. A krími háború idején történt. Az orosz kikötők blokád alatt álltak, valamennyi Pétervárnak szánt hajószállítmányt porosz kikötőkbe kellett irányítani. Így történt azután, hogy a munkatársam több száz láda indigót és egy nagy tétel másfajta árut útnak indított Pétervár felé. Október 3-án érkeztem meg Königsbergbe. Másnap reggel hálószobám ablakából pillantást vetettem a közelben pompázó zöld kapu tornyára, melyről a következő baljóslatú felirat nagy aranybetűi szikráztak felém. Vultus fortunae variatur imagin lunae. Crescit, decrescit, constans persistere nescit. A szerencse forgandó, akár csak a hold. Hol nő, hol megfogyatkozik, de sohasem állandó. Ezt követően Schliemann megtudta, hogy a szállításra váró indigót raktározó város még aznap este porrá égett. De csak és kizárólag az a raktár nem, ahová azokat az árukat pakolták, amik nem fértek fel a hajókra. Puszta véletlen, de habár körülöttem minden leégett, Schliemann vagyona sértetlen maradt. Ennek örömére 1858 őszén folytatta a küldetését, amely egyebek mellett abban teljesedett ki, hogy megtanult görögül, illetve latinul is. Miután ezek megtörténtek, a fejébe vette, hogy Trója megtalálásához szükséges lesz egy kis általános műveltség, illetve egy jókora adag élettapasztalat, tehát nekilátott, hogy szétnézzen a világban. Kiegészítésképpen lényeges, hogy az élettapasztalat számára elsősorban azt jelentette, hogyha beteszi a lábát egy új országba, ott azon nyomban csináljon valami tőkét. A tőkére magától értetődően azért volt szüksége, hogy majd a későbbi kutatásait abból finanszírozza. Egyiptomban meglátta a gízai piramisokat, avagy saját szavaival élve kőhegyeket, gyalogosan elzarándokolt különféle nevezetes helyekre, majd elérkezett Kairóba. Az egyiptomi kalandjairól összességében azt lehet elmondani, hogy csalódott volt. Kairóból egyenesen nekiindult a Szentföldnek, az utazás során a berberek kétszer kirabolták, meg időközben tudtán kívül csődbe ment. Visszament Pétervárra, és mivel beperelték, annak a lefolyása közben elkezdett kereskedni. Sokkal nagyszabású üzleteket bonyolítottam le, mint azelőtt bármikor. És mivel az égiek egyenesen csodálatos módon támogatták vállalkozásaimat, 1863 végén akkora vagyon tulajdonosa voltam, ami dicsvágyó természetem legmerészebb álmait is meghaladta. 1866-ban befejezte a világ körüli kiruccanásait, és fészket rakott Párizsban. A terve az volt, hogy mivel anyagilag most már megteheti, jelentős időt fog szánni arra, hogy tanulmányozza az archeológiát. Időközben sikeresen doktorált, és pusztán érdekesség, hogy a doktori disszertációjának címe Ithaka sziget, Peloponnészosz és Trója. Végre sikerült megvalósítanom életem álmát. Kedvemre bejárhattam azon események színterét, melyek oly mélységesen érdekeltek, és megláthattam azoknak a hősöknek a honát, akik gyerekkorom vigaszai voltak. Így hát 1868 áprilisában felkerekedtem, és Rómán, valamint Nápolyon keresztül Korfuba, Kefalóniába és Ithakába utaztam, és utóbbi várost alaposan átkutattam. Később elutaztam Peloponnészosz szigetére, s ott mindenekelőtt Mükéné romjait vettem közelebbi vizsgálat alá. Azután ellátogattam Athénba, majd hajóra szálltam, és a Dardanellák felé vettem az irányt. Minthogy bunárbasi kutatásaim teljesen eredménytelenül záródtak, tüzetesen megvizsgáltam minden egyes magaslatot, de minden kutatásom eredménytelennek bizonyult, még csak el nem érkeztem arra a helyre, ahová Novum Ilium városa épült. Ott elsősorban a napjainkban Hisszárliknak nevezett domb vonta magára a figyelmemet,
lenyűgöző fekvésével, természetes erődítményeivel. Nyomban elhatároztam, hogy megindítom az ásatásokat, és szándékomat 1868 végén közreadott Ithaca, Peloponnészosz és Trója című művemben tudattam is a nyilvánossággal. Habár egy elképesztően értelmes emberrel van dolgunk, mégis úgy gondolta, hogy Homérosz művei szóról szóra tulajdonképpen garantált tények. Ez az egész dolog varázsa. A történelem, illetve a régészet területén belül rengetegen kritizálták. Gyakorta pusztán annyit mondtak rá, hogy ő egy dilettáns, avagy hozzá nem értő személy. Még mielőtt belekezdünk az ásatásokba, tisztázzunk kettő nagyon lényeges dolgot. Numero uno. Nem Schliemann volt az első, aki Trója pontos helyét felfedezte, viszont ő volt az első, aki magát a várost kiásta. Numero dos. Mégis honnan tudták, hogy pontosan hol kellene keresni? Nos, volt egy görög úriember, bizonyos Strabón, akit manapság azzal a titulussal illetünk, hogy a földrajz atya. Nem fogod elhinni, de ő földrajzzal foglalkozott, amivel kapcsolatban írt egy piszkosul vastag könyvet. Ennek a címe Geografika. A Geografika 13. kötetében felvázolta, hogy Trója városát nagyjából merre kellene keresni, viszont mivel ez a felvázolás egy konkrét enigma, legyen elég egy kis ízelítő. Fejeződjék be ezzel Prügia leírása. Visszatérve a Propontiszra és az Aiszéposz melletti partvidékre, kövessük a bejárásának ugyanazon rendjét. Ezen a parton Troas az első, amelynek a hírneve, bár romokban hevers, pusztasággá vált, a leírásban mégis nem véletlenül kívánja a legterjedelmesebb tárgyalást. A Propontisz partvidéke az Aiszéposz és Granikosz környékétől Abydoszig és Szésztoszig terjed, Abydosztól Keltonig pedig Ilion, Tenedosz és Alexandreia, azaz Troas vidéke következik. Mindezek fölött a Lektonig húzódó Ida hegység emelkedik. Mindezekkel szemben helyezkedik el Lesbosz szigete. Azt a területet, amelyet valóban trójainak mondanak, legjobban az Idának, ennek a magas hegységnek a fekvése határozza, amely nyugat felé és az itteni tengerre tekint, egy kissé azonban észak felé és az ottani partvidék felé is fordul. Azt is említettük már az előbbiekben, hogyha Byzantiumból hajózunk délfelé, az út egyenes irányban halad, először a Propontisz közepén Szésztoszig és Abydoszig, azután az ázsiai partvidék mellett Káriáig. Tehát azok, akik ezekre vonatkozólag további vizsgálatokat végeztek, azt következtetik, hogy ez az egész partvidék 9 fejedelemségre osztva a trójaiak hatalma alatt állott, de az Ilioni háborúban Priamosznak voltak alárendelve, és ezt nevezték Trójának. Schliemannnak volt egy orosz felesége, aki finoman fogalmazva nem volt egy támogató típus. Azokban a bizonyos felső körökben azt beszélte a férjéről, hogy idézem, holmi özönvíz előtti cserepek miatt herdálja a gyerekei vagyonát. A felesége tulajdonképpen meg volt győződve arról, hogy Schliemann egy őrült, tehát egyik dolog követte a másikat, majd elváltak. Elhatároztam, Görögországba megyek, hogy ott nézzek új feleség után. Ott megvan ugyanis az az óriási előnyöm, hogy a görög leányok nem csak szépek, hanem szegények is, mint a templom egere. Ha találok olyat, aki reményt nyújt utódokra, továbbá lesz benne érdeklődés az ógörög nyelv és irodalom, az ókori történelem és régészet iránt, feleségül veszem. Schliemann talált egy 19 éves görög nőt, aki elmondása szerint olyan szép volt, mint az argoszi Helené. A neve úgy hangzik, hogy Szófia, avagy bölcsesség. Szófia úgy gondolta, hogy ha bár van köztük vagy 30 év különbség, megteszi. Eredetileg nyilvánvalóan érdekházasságról beszélünk, de ez meglepően jól sikerült, ugyanis a későbbiekben ténylegesen megszerették egymást, és figyelj, született 2 gyerekük, akiknek a neve Andromaché és Agamemnon. Tehát ha eddig esetleg kételkedtél volna abban, hogy Schliemann mennyire volt megszállottja a dolognak, ennyire. 1871. szeptember 27-én végre elutazhattam a Dardanellákhoz, mégpedig feleségem Szófia Schliemann társaságában, aki mint aténi születésű görög asszony és Homérosz őszinte csodálója a legnagyobb örömmel vett részt nagy terveim megvalósításában.
Az akkori ásatásokhoz rendelkezésemre álló szerszámok még nagyon hiányosak voltak. Kizárólag csákányokkal, faásókkal, kosarakkal és 8 talicskával dolgoztunk. A Hisszárlik domb első ásatásának a lényege abban rejlett, hogy habár találtak romokat, de egyik sem nézett ki úgy, mint amit megégetett volna valamilyen tűz. Márpedig Homérosz azt mondta, hogy Trója leégett. Puszta véletlen, vagy nevezzük csodának, de Slímannak volt egy saját faháza, ami az ásatás közben leégett. Találtak egy épületet, amin volt egy felirat. Ez a felirat úgy hangzik, Szentély. Egy nagyon körültekintő és alapos vizsgálatot követően megállapították, hogy amit találtak, az egy szentély. Ennek az áldozati oltárnak szintje alatt erődítménysáncokra, továbbá igen régi épületekre bukkantam, amelynek falait részben agyagvakolat fette. A vakolaton itt-ott még látszott a fehér festék. Szörnyű tűzvész nyomai látszottak itt, a tűz mindent megemésztett. Csak hellyel közzel találtunk kővé vált cseréptörmeléket a valamennyi helyiséget megtöltő piros és sárga fahamuban. Elég különös volt, hogy ezek alatt az igen régi épületek alatt további házfalakra bukkantunk, amelyek nyilván még régebbiek voltak, s ami a dolog különösségét fokozta, amint a teljesen egyező nyomok mutatták, ezek a házak is óriási tűzvésznek estek martalékául. Az ásatások folytatása közben találtak 3 különböző kaput, rengeteg égés nyomokat tartalmazó épületmaradványt, illetve egy pincét. Ebben a pincében megfigyeltek egy raklap különféle tároló edényt, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy ezeken az edényeken elég gyakran szerepelt egy szimbólum. Habár akkoriban a világ nagy részén még jóformán ismeretlen volt, manapság még a videót is letiltanák érte, a trójai vázákra szvasztikák, avagy magyarul horogkeresztek voltak festve. Nagyon szívesen szemléltetném, de a németek vesztettek, tehát ebből kifolyólag érted, hogy mi a gond. Ezt követően találtak különféle fegyvermaradványokat, 2 katonának a csontjait, illetőleg Slímannak elkezdett szemet szúrni, hogy Trója az nem egy város. Ilion az egy metaforikus főnixmadár. Tudniillik folyamatosan elpusztult, hogy aztán a saját hamvaiból újjászülessen. Miközben egyre előrébb törtünk a körítőfal mellett, és egyre nagyobb részét felfedeztük, a régi ház tőszomszédságában, a kaputól nem messze északkelet felé, egy igen sajátos formájú, nagy résztárgyba ütköztem, mely annál is inkább magára vonta a figyelmemet, mert mintha aranycsillogását láttam volna mögötte. Ám a résztárgyon egy kőkemény, 5 láb vastag réteg feküdt, vöröses és barna, üszkös omladék, a fölött pedig megint csak az erődítmény 5 láb vastag és 20 láb magas fala emelkedett, amelyet nyilván nem sokkal Trója lerombolása után építettek. Amennyiben az értékes leletet meg akartam menteni a régészet számára, úgy mindenek előtt a legnagyobb sietséggel és elővigyázatossággal biztonságba kellett helyeznem, és meg kellett védenem munkásaim kapzsiságától. Azért, ám bár még nem érkezett el a reggeli szünet, nyomban pihenőt kellett rendelnem. Miközben embereim pihentek és falatoztak, én a kincset jókora késsel kiszabadítottam a környező kőkemény rétegből, nem csak én megerőltetés árán és életem kockáztatásával, mert a nagy erőt fal, melynek tövében dolgoztam, bármely pillanatban beomolhatott volna. De az archeológia számára szinte felmérhetetlen értékű leletek láttán hihetetlenül nekibátorodtam, és teljesen megfeledkeztem a fenyegető veszélyről. De a kincs biztonságba helyezése feleségem segítsége nélkül megoldhatatlan feladat lett volna számomra. Mindvégig ott állt mellettem, mindenkor készen arra, hogy a romok közül kiszabadított tárgyakat sájába rejtse és elvigye. A képen látható a bátor feleség, Sophia Schliemann, akinek a fején megfigyelhető annak a bizonyos kincsnek az egyik darabja, egy arany fejdísz. Ezzel az ékszerrel kapcsolatban Schliemann úgy vélte, hogy eredetileg Heleni tulajdonát képezte, de később kiderült, hogy nem. Az, amit Sophia fején látsz, egy olyan trójai királyné fejdísze, ami több mint 4000 éves. Pusztán viszonyítási alapnak mondom, hogy kis híján annyi idős, mint a gízai piramisok, illetve majdnem 1500 évvel régebbi, mint Homérosz Trójája.
Ha esetleg felmerülne a kérdés, hogy ez az arany diadém mégis hány különböző részből tevődik össze, kérlek szépen 16.533-ból. Ezen felül az ásatások során majdnem 9000 különféle aranytárgyat találtak, szóval egészen nyugodtan elmondhatjuk, hogy Trója az kicsit több, mint aminek elsőre látszik. Ezeket a tárgyakat Sléman egyébként úgy nevezte, hogy Priamosz király kincse. Na most képzeld el, hogy te 1873-ban így létezel, aztán nem figyelsz oda, és hirtelen valaki megtalálta Tróját. Természetesen bekerült minden létező újságba, a trójai kincsekről írt 2 könyvet, majd 1874-ben ismételten ásni kezdett. Egy amolyan mellékes misszió gyanánt azt találta ki, hogy a Trója már megvan, akkor felfedezi azt is, hogy hol volt a görögök legendás székhelye. Csak hogy, mivel a Mükénéi palota, illetve Agamemnon sírjának felfedezése az egy meglehetősen hosszú történet, legyen elég a csattanója. Ez alkalommal csupán annak köszönhettem szerencsémet, hogy Pausaniasnak az 5 hősi sírról szóló bekezdését a tudósok mindenkori fordításától egészen eltérően értelmeztem. Ők valamennyien úgy fordították a bekezdést, hogy a sírok az alsóvárosban vannak, én viszont a felsővárosba, illetve a citadellába helyeztem őket, ahol a törmelékhegyek alatt rájuk is találtam. 2344 esztendővel azután, hogy az argosziak lerombolták, a Mükénéi Akropolisznak első ízben volt ismét helyőrsége. A Hisszárlik domb harmadik ásatása hatalmas csalódottsággal indult. Ugyanis tudni kell, hogy Trója az egy ottani török pasa személyes területe volt. Magyarán azt engedett oda, akit csak akart. Ezekkel az emberekkel az volt a probléma, hogy természetesen csak azért mentek oda, hogy ellopjanak minden mozdíthatót, amire csak rásegített, hogy a kincsek egy részét már keresni sem kellett. Schliemannal előfordult olyan, hogy nagyban idegenvezetést tartott, és egy aranytárgy jóformán kiszúrta a szemét. A naplójából érdemes kitérni arra is, hogy ő maga hogyan viszonyult ezekhez a borzasztóan értékes kincsekhez. Trójai régiségekből álló nagy gyűjteményeim felmérhetetlen értéket képviselnek, de sosem fogom eladni őket. Ha nem ajándékoznám el a gyűjteményeket még életemben, egy utolsó rendelkezésem értelmében halálom után kerüljenek azon ország múzeumának birtokába, melyet legjobban szeretek és megbecsülök. Ezen elgondolás alapján történt tehát az, hogy 1881. januárjában a trójai gyűjteményének egy részét Németországnak, azon belül is a berlini múzeumnak adományozta, aminek következtében felavatták, mint a város díszpolgárát. Egy évvel később, 1882. januárjában ismételten ásatásokba kezdett, ugyanis volt egy nagyon komoly problémája. Az Iliász kapcsán említettem, hogy Homérosz görög seregéhez képest a valódi az durván a negyede. Ez az állítás igaz magára Trójára is, hiszen a Homérosz által felvázolt szélesútú város, amely az olvasó képzeletében valami Babilonhoz hasonló csodának tűnhet, valójában meglehetősen átlagos. Ugyanakkor Schliemannak volt még egy problémája, amit ő maga nem igazán tudott befolyásolni, nem más, mint hogy tudtán kívül folyamatosan küzdött a halállal. Mindig szerettem volna bebizonyítani, hogy Homérosz szemtanúja volt a trójai háborúnak. Sajnos nem bizonyíthatom be. Homérosz legendát ír nekünk Ilion tragikus sorsáról. Azt a legendát írja meg, ami a régebbi énekesekről rámaradt, de a háború és Trója pusztulásának tényeit a maga korának mezébe öltözteti. Nem állítom, hogy Troászt és Tróját illető ismeretei olyan félék voltak, mint ennek a tájnak lakójáé lehetnek. Biztos azonban, hogy látásból ismerte ezeket a helyeket, mert leírásai mind Troászról általában, mind a trójai sikról különösen sokkal a hívebbek és igazabbak, sem hogy kijelenthetnénk. Amit ábrázolt egészében és részleteiben is ősi mítoszok alapján ábrázolta. Ha Homérosz az időszámítás előtti 9. században látogatott el a trójai síkra, ami hihető, valószínűleg ott találta a Hisszárlikon a már régen álló Aioloszi Iliumot, az Akropolisszal s alatta a várost új Ilium helyé. Így csak természetes volna, hogy Priamosz Trójájáról úgy írt, mint nagy városról, a hozzátartozó Pergamoszról pedig, mint Akropolisszról,
Annál is inkább, mert Homérosz idejében minden városnak megvolt a maga akropolisza. Az akropolisz azt jelenti, hogy fellegvár. Schliemann teljesen biztos volt abban, hogy Tróját megtalálta, és legalább annyira bizonytalan volt azzal kapcsolatban, hogy mégis melyiket. Priamoszét vagy Homéroszét. 1889-ben a saját kutatásainak védelmében összehívott egy tudományos konferenciát, amelynek során a következőket mondta. A Hisszárlik domb annak a dombvidéknek legnyugatibb kiszögellésén fekszik, amely keletről nyugatra a Skamandrosz medencéjéig húzódik. Ez a pont, ahonnan messze a Hellészpontosz kapujáig belátni az egész Lapályt, eszmény ilyen alkalmas hely erődépítésre. Látni itt várfalakat, bástyatornyokat, a kapukat, ezek mind különböző korokból származó erődépítmények. A második települési helyet körülvevő bástyák alsó része többnyire a hegyoldalba beépített mészkőtömbökből áll. Fölöttük nyers téglából épült várfal húzódik, amelyen helyenként meglátszik még a vakolat is. A bástyák vonulatában nemrég fedeztek fel három tornyot, melyeknek felépítménye agyagtéglából készült. A Hisszárlik dombot, amint kiderült, sosem építették be lépcsőzetesen, vagyis úgy, hogy az egyes rétegek fölfelé kisebbednének. Épp az ellenkezője látszik. Minden magasabban fekvő réteg nagyobb teret foglal el, mint az, amely közvetlen alatta fekszik. Az egyes rétegek átvizsgálása a következő megállapításhoz vezetett. A legalsó rétegben csak néhány, majdnem párhuzamosan elhelyezkedő falat látni. A második réteg a legérdekesebb, és olyan építmények romjait tartalmazza, amelyekből a legnagyobb minden tekintetben felér a mükénéi palotával. Az egymást közvetlenül követő további rétegek olyan lakóházakból állnak, amelyeket különböző korokban emeltek egymás fölé. A legfelső rétegben görög-római stílusú épületek alapjait és ugyanebből a korból való számos épületelemet látni. A harmadik rétegben talált sok-sok edény ma is eredeti állapotában látható, mégpedig egyesével vagy csoportosan. A legtöbbje nagy mennyiségű, kisebb-nagyobb mértékben megszenesedett gabonát, borsót vagy olajos magvakat tartalmaz, de egy esetben sem találtunk ezekben az edényekben elégetett vagy el nem égetett emberi földi maradványokat. A szóban forgó edények rendkívül nagy tűzvésznyomait viselik magukon. A tűznyomok, amelyeket a különböző rétegekben, de különösen a második rétegben, az elhamvasztott városban látni, többnyire nagy tűzvésztől erednek. A második rétegben a tűzvész oly hatalmas volt, hogy hevétől a nyers tégla nagy része kiégett, sőt, a felületük bevonódott zománccal. Schliemann terve az volt, hogy 1891-ben ismételten ásatásokba kezd, és ezúttal minden létező kétejt eloszlat. Csak hogy volt egy folyamatosan visszatérő problémája a fülével. Ezt egy műtét során látszólagosan megoldották, de nem sokkal később ismételten fájdalmai voltak. Miközben úton volt egy újabb műtétre, egészen egyszerűen összeesett, elvesztette az eszméletét, a hallását, illetve a beszélő képességét is. A kezelő orvosok megállapították, hogy a beteg életveszélyes állapotban van, mivel a fülbántalmakon kívül agyhártyagyulladás is fellépett. Délután egy 8 orvosból álló konzíliumot hívtak össze, és mint végső lépést agylékelést javasoltak. Miközben az orvosok a beteg szobája mellett lévő helyiségben tárgyaltak, 3:30-kor megjelent az ápolónő, és közölte, hogy Schliemann hirtelen meghalt. Még az év befejezése előtt mély gyász érte a német tudományos életet, de a gyászban nem csak a német nép, hanem az egész művelt világ osztozik. Ugyanis egy Nápolyból érkezett jelentés szerint 1890. december 26-án, péntek délután az említett városban elhunyt Heinrich Schliemann. A síremléken legfelül Schliemann a hős felirat olvasható, alatta a keresztgerendán görög nyelven Eversál. Itt nyugszik Heinrich Schliemann, a hírneves férfiú. Kövest példáját ő neki, ki oly sok titkot tárt fel a halandók előtt. Trója városának alapjait, vagy mondhatnánk, hogy az alapjainak alapjait időszámításunk előtt durván 3600 körül kezdték el letenni. Viszonyítási alapnak ez azt jelenti, hogy durván egy évezreddel régebbi, mint a gízai piramisok.
A trójai háború, az, amelyikről Homérosz beszél, időszámításunk előtt 1200 környékén történt, viszont maga az Iliász időszámításunk előtt durván a 8. században íródott. Tehát a görögöknek volt egy kellemes fél ezer évük arra, hogy pontosan úgy meséljék el, ahogyan jónak látták. Fel kell tennünk néhány nagyon lényeges kérdést. Az első, Trója valóban létezik? Igen. A második, az Iliász alapját valódi események alkotják? Igen. A harmadik, a trójai háború, az és ahogy Homérosz elbeszéli, valóban megtörtént? Na ez már egy kényes téma. Schliemann halálát követően, majdnem 100 évvel később az 1988-as ásatások felszínre hoztak bizonyos hettita feliratokat, amelyekből kiderült, hogy a görögök, avagy az akhályok folyamatosan támadták ezt a területet, és az, amit mi trójai háborúnak nevezünk, eredetileg több mint valószínű, hogy nem más, mint egy szokatlanul nagyszabású rabló portja. Ezt nevet készpénznek, de véleményem szerint az történt, hogy mivel volt egy megszokottnál komolyabb támadás, az utókor ezt úgy értelmezte, hogy kellett legyen valami különleges indok. Az átlag bronzkori vagy ókori ember számára mégis mi lehetne különlegesebb mondjuk, tegyük fel, az istenek viszájánál. De mégis mi az oka annak, hogy az istenek viszályba kerültek? Erős a gyanú, hogy a szikrát valami olyasmi adta, ami a saját életükben is megtörtént. Ne feledjük el, hogy a görög istenek antropomorfok, avagy félelmetesen hasonlítanak az emberekre. Tehát mi az, amin az emberek össze szoktak veszni? A vallás nem lehet, hiszen az pontosan olyan, mint a korábban említett főnix madár, soha senki nem látta, de mindenki egyetért abban, hogy hogyan néz ki. Ha azt mondjuk, hogy pénz, az szer felett unalmas. Mi marad hátra? A nő. Pontosabban a hatalom. Ha esetleg netalántán elfogadjuk azt, hogy Helené valamilyen formában létezett, és ezzel egy időben elfogadjuk azt is, hogy egy tojásból kelt ki, akkor se gondold azt, hogy a görögök háborúba mentek volna egy hölgyért. Itt arról van szó, hogy a pusztán hatalomvágyra épülő háború az egy előadás keretein belül mód felett unalmas, szóval egy érdekes színházi darabhoz elengedhetetlen, hogy az adott esemény túl legyen romantizálva. Trója városa a történelem során legalább 9 alkalommal elpusztult. Itt nem feltétlen csak háborúra kell gondolni, hiszen ezen a területen nem ritkák például a földrengések. Megdöbbentőnek tűnhet, de Tróját a rómaiak is elfoglalták, Marius felügyelete alatt újjáépítették, és ezt a réteget nevezzük Trója 9-nek. A képen látható oszlopok ebből a római Trójából, Trója 9-ből származnak. A város szintjeivel kapcsolatban az a lényeg, hogy Schliemann a 9-ből csak 4-et talált meg, és úgy vélte, hogy az Iliász az Trója második szintjén zajlott. Azonban az a trójai háború, amelyről Homérosz beszél, a mai teória, tehát nem tény, hanem teória alapján a város 7. szintjén történt. A trójai háborúval kapcsolatban annyi hipotézis van, hogy az még testvérek között is sok. Olyan dolgokra kell gondolni, mint például a háború valójában Angliában zajlott, Homérosz az akhályok rabszolgája volt, Trója kapcsolatban volt Atlantisszal, meg hasonlók. Nekünk végeredményben annyit kell tudni, hogy egyszer. Trójában nem csak hogy háború volt, de a hettita feliratok alapján többször is. Másodszor, Homérosz elég szépen felnagyította a dolgot, ami tulajdonképpen nem baj, mert az eredetileg pusztán hatalomvágyról és kapzsiságról szóló történetet megáldotta egy, véleményem szerint, nagyon tiszteletre méltó és elgondolkodtató morális alappal. Végezetül még hozzá kell tenni, hogy Schliemann az ásatások során néha valóban dilettáns módon viselkedett, ugyanis miközben egyre mélyebbre és mélyebbre kezdett ásni, felébresztette a barrogot. A probléma abban rejlik, hogy mivel az ő figyelmének központjában az alsó rétegek álltak, előfordult, hogy a felsőket egészen egyszerűen lerombolta. Ez igazán kellemetlen, de a korabeli archeológusok némelyike úgy vélte, hogy a cél szentesítette az eszközt. Szóval ez lett volna Heinrich Schliemann és Trója felfedezésének története. A trójai háború ezzel véget ért, bízom benne, hogy élvezhető, meg valamelyest tanulságos is volt. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!